Sziasztok! Szervusztok, üdvözlünk mindenkit! Szokás szerint megint hülyeségekről beszélgettünk itt indulás előtt. Közben és után. Gyorsan lerónám a tiszteletemet, Alcatraz, nagyon szépen köszönjük meg, hát mindenkinek, meg kapacitálnék mindenkit arra, hogy aki frissen csatlakozott be egy reflektor közvetítésbe, az egész nyugodtan vegye a bátorságot, és nyugodtan kommentelje, mert nagyon jó érzés látni, amikor az van, hogy first time chat from viewer, és akkor ezeket így külön megjeleníti a rendszer, hogy valaki először mer hozzászólni az itt folyó dolgokhoz, és becsatlakozni ebbe a kultúrmisszióba, amit itt folytatunk. Azt hittem azt mondta, hogy nyugodtan írjatok be, nagyon jó moderátoraik vannak. Igen, szeretnek bannolni. Látom, hogy Dominikus is itt van, úgyhogy biztos lesz bannolás. Nagyon jó. Nagyon jó lesz ez a mai nap, ugyanis nagyon sok hírt hoztunk, és csak hogy terjengős legyen mindenféleképpen a mai reflektor is. Lesznek kifejtős témáink. Olyanok, amiknek az indikátora, vagy a katalizátora az egy konkrét hír, de ennek kapcsán beszélgettünk többet. Igen, egy kifejtős hír, az nagyjából így néz ki. Hát csak próbálunk körülírni, hogy ez mit jelent. Jó, rendben. Ez nekem segítség. Tudom. Viszont akkor egy pár szót ejtsünk arról, hogy szerdán voltunk. Aki követi az Adervernek az Instagramját, fogunk róla beszélni. Az láthatta, fogunk róla beszélni? Hova is írtam? Nem írtad fel sehova. De felírtam. Nem. De. Hova? Oda. Oda befelírtam. De beszélhetünk róla. Csak egy gondolat erejéig, hogy akkor viszont annyit csak mondod, hogy fogunk beszélni majd az Uncharted filmről is. Ja, mert Zolival hogy... voltunk, meg Andrival, és megnéztük. És ilyen tök jó volt. Úgyhogy majd megpróbálunk ilyenekbe egy rendszert iktatni, vagy hát én nem tudom, mert úgyis van tematikus jelentősége annak, hogy elmegyünk ezekre a videó adaptációkra, vagy mondjuk az ilyen geek vonatkozású filmekre, mint az új... Mint a szellemírtók? Batman, mint a szellemírtók. Ezt külön köszönöm neked, hogy... Számíthatsz, nem? Bandibál Wolf, aranyosak vagytok meg. Hát látom, azért komolyan vettétek ezt a first time chat dolgot. Egész nyugodtan. Jó. Ahol a játékipar 3 órában egy gyilkosságot követte. Lesz. Aki egyébként most látja először, itt nem egy ilyen fákjás menetről van szó, hanem általában azért szoktunk elég csúnya dolgokról beszélni. Igen, Discordon ennek már volt először, én ugye oda kiírtam, hogy megnéztem a Nintendo Directet, és hát majd fogunk arról is beszélni. De ha már itt tartunk, igen, mondtuk jövő héten, múlt héten, hogy jövő héten, tehát ezen a héten lesz Nintendo Direct, és lett. Úgyhogy, ha szeretnétek, meg szóljatok. Fogok ebből egy ilyen countert csinálni, nem szeretném pontosan úgy csinálni, mint ahogyan például a Checkpoint csinálja, mert akkor ez ilyen kopiszagú lenne, de valahogy mindenképpen mérnünk kéne a jóslatainkat, hogy mi jön be és mi nem. Nyilván nem ilyen biztonsági zónában, hogy vagy lesz, vagy nem, egyikünk azt mondja, hogy lesz, a másik azt mondja, hogy nem, és bejött, hanem tehát amik mondjuk tényleg olyanok, hogy ez tényleg egy olyan tipp, ami itt hangzott el. Először, vagy itt hangzott el konkrétan, ez a Nintendo Direct-es dolog tudomásom szerint tipikusan ilyen, úgyhogy ez is így úgy néz ki, hogy bejött, úgyhogy annyira mégsem kontárkodunk itt. Na, de azért igen. Csak hogy a profil megmaradjon. Ja, persze. Na jó, forduljunk rá a témáinkra, amik ma vannak. Rendben. Tehát lesz Sony. Sony? Microsoft, Nintendo meg rövid hírek, ahogy megszokhattátok. Talán most terjengősebb lesz egy kicsit a Sony szakasz, de ott inkább ilyen rövidebb híreink vannak. Meg a Micronál viszont Zoli hozott nektek kibeszélősebb témát, ami megint jókat lehet majd rage-elni. Nem annyira rage, inkább ilyen beszélgetősebb dolog. De akkor jussunk is el odáig, ahhoz át kell vágnunk a Sony bozótján. Igen. Jó, akkor lássuk, hogy mi történt a Sony házatáján. A Sony szerelempázsi. Igen. Ha már úgyis Valentin nap. Jaj, viszont van egy teljesen exkluzív bejelenteni valom. Ez ma derült ki, ugye ezt nyilván tudjátok már egy páran, de neked is szoktam panaszkodni, hogy a Horizon Forbidden West kód az nem nagyon akar megérkezni hozzám. Na, ma beszéltem az illetékesekkel, és kiderült, hogy ők is tudnak erről, és aktívan űzik, hajtják a dolgot. A jó hír az, hogy hétfőn fogom megkapni, csak hogy nem újjon el közvetítés kutyaugatás nélkül. Tehát... hétfőn fogom megkapni a Horizon Forbidden West kódot, ez most már fixnek tűnik. Valaki visszadobta, vagy? Nem. Általában valami adminisztratív probléma történt, ezeket imádom, ezeket én is szoktam használni. Általában ilyenkor az van, hogy mindegy, tehát ez egy eléggé tágfogalom, egy viszonylag konkrét problémára. Viszont a másik, ami viszont jó hír, egynél is jobb hír, hogy össze fogjuk tudni kötni egy nyereményjátékkal. Fogunk kapni
pólót meg hátizsákot egészen biztosan, de még valamit ezen kívül. Úgyhogy az... azt akkor a kapszlok megőrült éppen. Kapszlok beindult. Ez igen. Köszönjük a szobokat. Köszi kapszlok, aranyos vagy. Úgyhogy be fogunk dobni egy jó kis nyereményjátékot, hogyha megfigyeljetek, valami hasonló elven fog működni, mint a Moonfall-os nyereményjáték a Kaspersky-vel. Hozzáteszem, azok a nyeremények, most összetettve a címek, azok kiküldésre kerültek szépen lassan. Nem tudom, miért itt mondom, amikor a másik csatornán volt illetékessége. Nem vírus, ilyen bögre és benne egy kis apróságot. Ez nekem kis pici jogófaságok. No, akkor viszont fussunk neki a Sony-nak, csak ezt ki akartam adni magamból, olyan boldog vagyok. Örülök, hogy kiadtad magadból. Szívesen. Na, hogyha már úgyis Horizon Forbidden Westről beszéltünk, akkor azok, akik esetleg nem kapnak kódot adminisztrációs hiba miatt, azoknak viszont van most egy olyan lehetősége, tehát a PS5-ön akarjátok játszani, olcsóban beszerezzétek a játékot, ugyanis kibuliszta ugye a közösség annó, volt ebből kis balhé, hogy mivel cross-gen megjelenésről van szó, tehát a Horizon Forbidden West ugye érkezni fog PlayStation 4-re is, egyébként egyre jobban promózza a Sony ezt is, tehát folyamatosan pakolják ki a gameplayt. Ezért, mivel ingyenes az upgrade, megtetitek azt, hogy a PS4-es verziót veszitek meg a PlayStation 5-ös helyett, és ingyenesen upgrade-eltek. Annyi a trükk az egészben, hogyha most a PlayStation 5 Store-ba, tehát a digitális vásárlásról beszélünk, PlayStation 5 Store-ba beléptek, akkor nem fogjátok megtalálni a PlayStation 4-es verziót, gondolom, hogy nem véletlenül, viszont hogyha böngészőn vagy PlayStation appon keresztül veszitek meg, akkor ez működni fog, szépen letöltitek PlayStation 5-re, és akkor ingyenesen lehet upgrade-elni. Én természetesen jó szokásom szerint, mielőtt ezt a hírt elolvastam, előrendeltem a PlayStation 5-ös verziót, úgyhogy plusz 4000 forintért lesz egy nagyon szép fehér dobozom kék helyett. Én tudok egy nagyon kedves nepáli bölcsről, aki azt mondta, hogy nem rendelünk elő semmit. Igen? Hát nem tudja, miből maradt ki. A jó kis PS4-es akciókból. Egyébként igen, de ez tök jó, mert úgy néz ki, hogy szerintem legalábbis, amíg cross-gen megjelenések maradnak, addig ezt majd folyamatosan be lehet játszani. Tehát nem vagyok még 100%-ig biztos benne, de szerintem hasonlóan fog működni a Gran Turismo-nál is, amiről majd még beszélünk, illetve a God of War-nál is, ha idén megjelenik, márpedig szerintem azért az megfog. Na, egy okkal több, hogy ne rendeljetek továbbra se erről semmit. Fátunk, te meg király vagy. Kivéve, hogyha Horizon Forbidden Westről van szó, mert azért nem is tudom, hogy írtak valaki, hogy már 20 milliónál jár az előrendelés, az azért szerintem mutat valamit. Szerintem fel tudom, ez igaz. Nem, azt mondod, hogy kivéve, hogyha... Úgyhogy azért jó eséllyel az egy igencsak jó játék lesz. Én legalábbis bízom benne, abszolút. Igen. Gyorsan újra néztem a sztorit, hogy hol is maradt abba. És rájöttél, hogy nem játszottál a Horizon for Zero Dawn. Én játszottam, sőt, én kis platináztam az irodant. Jó. Tudok olyanról egyébként, aki második nekifutásra se elvitte végig. Tényleg? Minden táli bölcs. Jó, hát vannak, akiken kifognak a 2-3 órás játékok is, igaz? Spoiler alert. Holnap jön egy játék kritikája publikusban, amit nem bírtam végigjátszani. Mit végigjátszani? Sokáig nem bírtam elvitni. De én tettek róla, mert nagyon ösztökélt az Oli, hogy játszak itt vele, de nem. Már nem velem, hanem a játék. No, akkor már úgy is beszéltünk arról, hogyan kell majd behúzni a dolgokat. Alcatraz is belendült. Már úgy is beszéltünk arról, hogyan kell majd behúzni játékokat a Horizon Forbidden Westen kívül, lesz még egy játék, amire érdemes majd így a komolyabb figyelmet szentelni, ez pedig a GTA Online. Ennek viszont lesz valami köze a PlayStation Plushoz, ugye erről beszéltünk? Így van, tehát ugye jövő hónapban érkezik a PlayStation 5-ös Next Gen verziója a GTA 5-nek, illetve elkezdik külön értékesíteni a GTA 5 Online-t. Tehát elvileg külön is megvásárható lesz. De amennyiben van PS Plus előfizetésetek, akkor lesz rá 3 teljes hónapotok, hogy a GTA-nak csak az online részét, tehát a single player részét nem, viszont magát a GTA Online PS Plus előfizetés mellett be lehet húzni. Elvileg ez a szokásos 3 PS Plus-os játék fölül fog érkezni. Azokat ugye még nem jelentették be, legalábbis én úgy tudom, hogy még nem közölték őket. Viszont így, tehát március közepétől kezdve, ha jól emlékszem, akkor március 15-től kezdve 3 hónapon belül behúzhatjátok a GTA Online-t. Ez, hogyha már hozzáadtátok a
a library-tekhez, akkor amíg van PS Plus előfizetésetek, addig elérhető marad. Nem tűnik el. Így, hogy végigolvastam a cikket, így rájegyettem, mert az elején nagyon ideges voltam, hogy miért csak 3 hónapig, hát akkor 3 hónap után nem lehet vele játszani, de igen, lehet. Csak le kell, de tehát hozzá kell adni a library-hez. Úgyhogy ez ilyen tök jó dolog, tehát annak a 3 embernek, akinek még nincs meg a GTA 5, és valamiért úgy döntött, hogy nem is fogja a továbbiakban megvásárolni, annak ez egy tök jó dolog. Egyébként durva, mert megnéztem az eladási számokat, így amit utólag kommunikáltak, és talán a múlt hónapban 5 millió GTA 5 ment el még mindig. Nagyon. Nagyon. Ezt én is néztem, hogy ki, azt hiszem a Take-Two-nak a jelentésében volt benne, ugye? Pénzügyi jelentés. Embertelen. Közben egyébként Alcatraz is megőrült. Mi vagyunk az egyetlen birodalom, aminek több királya van. Kettő biztos. No de. Meg ide akkor még hozzáfűzném azt, amit... Vagy még ehhez akartál mondani valamit? Nem tudom, igazából annyira tetszett ez a kezdés, hogy gondoltam, hogy ötletet még hozzáfűzök, nem volt mondom. Ja. De azt akartam csak hozzáfűzni, hogy egyébként pont az előző Reflektor alatt, vagy közben jelentette be a Rockstar hivatalosan, hogy készül a GTA 6. Úgyhogy abban a pillanatban, amikor abba hagyjátok a GTA 5 vásárlást, akkor fogunk kapni a 6. rész. Egyébként formailag ezeknek a bejelentéseknek nem kéne, hogy legyen valami olyan plusz kitétele, mondjuk tudod, hogy milyen platformra készül, nagyjából mondjuk egy... Next-genre fog jönni. Teljesen abszolút, tehát nem cross-gen lesz? Figyelj, mivel arról beszéltünk, hogy a megjelenés az még alsó hangon 2-3 év, így kizárt dolognak tartom. Bár, ha abból indulunk ki, hogy ugye a GTA 5 is úgy rajtolt el, hogy a mondjuk az pont generációváltás kor jelent meg, és akkor még a prevgenre is kijött. Hát mondjuk, ha van valaki, aki vissza fogja portolni előző generációra a játékát, akkor lehet, hogy ez a Rockstar. Nem tudom, attól függ, hogy milyen dolgokat raktak bele, tehát hogyha úgy módosították az engine-t, vagy olyan funkciókat raktak bele, amik már nem megoldhatók, vagy csak erős visszabutítás mellett megoldhatók prevgenen, akkor nem, de szerintem benne van, hogy megpróbálják. El tudom képzelni. Mivel ugye bőven az előző generációban indult el a GTA 6-nak a fejlesztése, benne van a pakliban. Akkor viszont meg kéne jelentetni szerintem záros időn belül. Tehát mondjuk kapunk paki másfél-két éve. Ezt tudni kell, hogy egyébként mennyire aktívan dolgoznak rajta, mert hogyha mondjuk egy pre-production státuszban van, nem tudom miért keresem ezeket a bonyolult szavakat, akkor az aktív fejlesztés az csak most fog megindulni, akkor az még tényleg évek lehetnek. Hát ugye hallani mindenféle dolgokat, hogy nagyon-nagyon küzdenek, hogy nem akar összeállni a sztori, leléptek fejlesztők. Nem jönnek túl biztató dolgok a GTA házatájáról, ami azért érdekes, mert persze pakolgatnak tartalmat egyébként a GTA online-ba, de hogyha belegondolsz, akkor most már a Red Dead 2 kiadása után is eltelt mennyi 2-3 év? Uh-huh. Valahogy így. Tehát azért igencsak fullos gőzerővel kéne, hogy menjen a GTA 6 fejlesztése. Mert én más projektről nem tudok a Rockstarnál jelenleg. Ők nem is szoktak egyidejűleg egyébként sok projekten dolgozni, de most már azt is hallom, és több egyére régen hallom. Azért de. De akkor sem volt egy időben mondjuk nagyon sok játékon dolgoztak. Tehát a PS2-es ilyen... generációban. Jó, a PS2-es generációban, de érted. Tehát utána... Mert utána is több játék volt. Tehát egy generációban ők képesek voltak kizúzni egy Max Payne 3-at, egy L.A. Noire-t, 2 GTA-t, annak kiegészítőket, meg... Red Dead-et. Tehát, és ez egy generáción belül, tehát ezeknek párhuzamosan kellett futniuk. Most nincs előttem, hogy mekkora a Rockstar, de... Na mindegy. Szerintem a Take-Two-n belül ők a legnagyobbak. Azt nehezen hiszem el, hogy most hirtelen negyed annyi játékon tudnak dolgozni, pusztán azért, mert az elvárások hirtelen nagyobbak lettek. De mindegyzel, most ne is akadjunk le annyira. A PS Plus-ról beszéltünk, hogy a GTA Online-t addig érdemes behúzni rajta, amíg lehet, de maradunk a következő hírünkkel még a PlayStation Plus házatáján. Így van, ez csak egy nagyon-nagyon rövid hír, hogyha van PlayStation 5-ök, de nincs PS Plus-os előfizetésetek, akkor most hétvégén ingyenes lesz a... Inkább úgy mondom, hogy nem a PS Plus lesz ingyenes, hanem a multi. Tehát nem fogja megkövetelni a PlayStation Plus előfizetést. Ha esetleg kipróbálnátok valami játékot, mondjuk egy kodot, és nincs PS Plus előfizetésetek multiba, akkor most megtehetitek, vagy pedig rengeteg free-to-play játékot is tudtok próbálgatni. Ez egy ilyen kezdeményezés a Sony részéről. Mondjuk szerintem bőven belefért volna egy hosszabb időre, vagy akár én már akkor összekötöttem volna azzal, hogy azon a hétvégén bedobni, amikor a GTA Online-t adják, mert azért az mégis egy
erősebb gesztus lett volna. Hogy ha már nem, tehát nyilván utána kellett volna fizetni a pluszt, hogy játszass vele, de akkor ez egy ilyen kis plusz dolog lett volna, hogy be tudod húzni. El tudom képzelni, hogy az van a háttérben, csak nézd meg, fogunk róla beszélni, de nem fogunk. El tudom képzelni, hogy az van benne, ezt olvasgattam, hogy hogy valaki visszanézte évekre visszamenőleg a PlayStation Plus line-upot, és állítólag a márciusi PlayStation Plus szokott valami bitangerős lenni. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy ez most egy ilyen kis beeltetés, nem tudom, nem miért pont most hétvégén kellett ezt bedobni, de el tudom képzelni, hogy most ezt így bedobják, hogy játszatok rajta, de akkor meg nem tudom, miért pont csak a multiplayer, tehát lehetett volna valami gálánsabb, nagyévűbb dolgot összevonni, nem tudom. De majd a márciusi feladatokat érdemes lesz nézni, mert arra most nagyon folyik sokaknak a nyála, hogy hú, mi lesz most majd benne. Főleg úgy, hogy azért a februári az gyengécskébb lett. Nem volt olyan rossz, de azért volt már erősebb hónap a PS Plus-on belül. Itt a csatornán streameltük is a Tiny Tina játékot, ami így nem volt rossz, de igazából amennyit toltunk belőle, az úgy elég is. De azt tudod, hogy milyen dílen keresztül ment. Tehát, hogy elindítod a játékot, és a pofádba bassza, hogy akkor jönni fog ugye most a Tiny Tina's Wonderland, és úgy egyébként, hogy ez a DLC, ez benne volt abba a pakba, a nem tudom milyen csomagba, amit már egyszer odaadtak PS Plus kereteken belül. Mm. Tehát aki régebb óta PS Plus előfizető, neki ez már megvolt, most megkapta külön. Ilyenek szoktak lenni egyébként, tudod, ezen hisztisztek nagyon sokszor, hogy olyan játékok kerülnek be a PlayStation Plus-ba, ami már megvan az embereknek, jellemzően tipikus, ezért hisztisztek a Mortal Kombat 11-nél, hogy már megvan nekem, meg mit tudom én. Na jó, de ez azért más, mert itt kétszer adták oda. Valóban, de egyszerűen a marketing részét kell nézni, hogy amiatt volt, tehát hogy a Tiny Tina-t akarják felvezetni ezzel. Egyébként jól csinálják, ezzel nincsen baj. A Borderlands az rendben van. Nem tudom, fogunk-e beszélni a Borderlands-ről még, de nem, mert ott viszont kijött, hogy mennyi fogyott a Borderlands 3-ból. Erről volt egy hír. Hülye voltam, mert nem írtam föl, de egyébként kurva sok ment el. Lehet, ilyen 10 milliók, meg nem tudom, kurva jó. Azt tudom, hogy abból is rohadt sok pénz bejött nekik, hogy ugye ott volt exkluzivitási díjjük az Epic Store-ral. Hm? Nem is tudom, ilyen 110 millió dollárt fizetett nekik az Epic? Vagy lehet, hogy most hülyeséget beszélek, de van. Régebbi Reflektorban beszéltünk, hogy nagyjából arra ment el a legtöbb pénz. Tehát abban az évben az exkluzív játékok, amiket, tehát olyan szinten exkluzivitás, hogy csak Epic Store-on volt egy darabig elérhető, utána 3 hónapig. Akkor lehet, az is benne van. Igen. És arra költöttek a legtöbbet, mert ugye ott ilyen előfinanszírozási díleket kötnek, hogy el kell érni a bizonyos darabszámot, de azon attól függetlenül is fizetnek érte. Tehát, hogy mit tudom én, hogy kifizetnek x millió dollár, és hogyha eléri ezt a darab számot, akkor még azon fölül is fizetnek nekik. Egyébként a Borderlands elérte, ez számomra annyira nem meglepő, még szerintem annyira nem fáradt el az a franchise, meg looter shooterből azért olyan nagyon nagy konkurenciája nincs olyan szempontból, hogy kooperatív szempontból. Tehát lehetne mondani a Destiny-t, de a Destiny az inkább hogy az egy MMO-ra. Tehát az ott sokkal masszívabb, ott sokan játszotok. Még az egy Borderlands, az inkább ilyen 2-3-4-en összejöttek, azt hiszem talán 4 a max. Azt hiszem, igen. Most hirtelen eszembe jutott mondjuk egy Dying Light 2, úgyis ugye aktualitása, de az se olyan. Tehát ezek sokkal nagyobb léptékű játékok azért. Abszolút, abszolút. Mondjuk itt, a Gearbox ezen kívül nagyon nem is nagyon csinál semmit. Most a Homeworld 3-at, de... De az meg olyan majdnem, mintha egy indie léptékű játék lenni, és ezzel nem a Homeworld-ot akarom bántani, de azért tudod, van egy Borderlands egyik oldalon, a másik oldalon meg egy Homeworld. Azért kettő teljesen más. Főleg, hogy úgy promózták, emlékszem, azt hiszem, az E3-as bemutatójukon volt, hogy maradjatok velünk, mert a műsor végén megmutatjuk a Homeworld 3 előzetesét. És akkor ezt bejátszották vagy 10-szer. Én nem tudom, mi van mostanában az ilyen teaserekkel, de a Jordan Peele, aki csinálta az Us című horrorfilmet, meg a Get Out-ot. Most betízelte az új filmjét, és most először láttam olyan film teasert, ami konkrétan annyiból állt, hogy összevágások az előző két filmjéből, és a végén ott van, hogy trailer 3 nap múlva. Én ilyen teasert még nem láttam. Azért csinált ilyet. A Blue Box. Az Abandon-dal. Igen. Hát nem emlékszel, hogy promózták, hogy majd külön appot le kell tölteni, abban benne lesz a teli trailer, meg minden, és akkor csúszott másfél hónapot, és te letöltötted, és akkor volt benne valami 5 perces trailer, amiből
az egész annyi volt, hogy egy visszaszámláló, és ugyanaz a 10 másodperces trailer, ami előtte. Jó, de ez egy kirívóan magas oktánszámú kreténség volt. Tehát az volt. Az nagyon... Abszolút. Jó, hát figyelj. Na viszont akkor, viszont akkor forduljunk is rá a következő dologra, ami még mindig maradunk a Sony-nál. Még egy darabig maradunk. Egy darabig, igen, elég sok dolog történt most a Sony, illetve a PlayStation házatáján. És képzeljétek el, hogy szivárognak hírek a Sony Santa Monica a God of War-osoknak az új projektjéről, ami nem God of War. Igen. És érdekes, hogy én nem először hallom azt, hogy a Sony Santa Monica próbálna eltávolodni ettől a kaptafától. Valószínűleg azért az ő fantáziájukat is mozgatja az, hogy valami új projektbe belevágjanak, mert hogyha ezt a esélyt megkapta már több fejlesztő stúdió is, akkor miért pont ők nem, akik egyébként nem szorulnának rá arra, hogy kilépjenek a komfortzónájukból, de azért úgy néz ki, az igényektől függetlenül megvan náluk is. Nem vagyok ebben biztos, hogy az ő igényük volt. Na, de akkor vezest fel, hogy mi a hír. Hát gyakorlatilag ez, tehát, hogy olyan állásajánlatok kerültek ki ugye Sony Santa Monica-tól, például art director, vezető art director, amik már az új projektjüket vezetik fel. Ugye onnan tudni, hogy ez nem a God of War-hoz kapcsolódik, mert ott már ezek a pozíciók be vannak töltve, meg azért jó eséllyel az idén megjelenik, és nem most hire-ölnek hozzá új embereket. Hire-ölnek? Nem tudtam, hogy ennyire két szinten feljebb lépek a lépcsőn. Igen. Hajlással. Vigyázz, Lenes. Jó, meg igyekszem nem megszédülni. Tehát egyrészt szerintem az van benne, hogy ugye náluk szokás az, hogy nem visznek, tehát nem visz ugyanaz az ember egymás után két projektet. Ugye Cory Balrog azért nincsen rajta a Ragnarökkön. Tehát valószínűleg ő ezen a projekten dolgozik, mert azt nem tartom valószínűleg, hogy három projekt futna a Sony Santa Monica-nál, főleg, hogyha ilyen minőségben rakják össze a cuccokat, mint eddig. Tehát egyrészt ilyen, erről az oldalról is megvolt az igény. A másik meg szerintem az, ami látszik most a Sony-nak az összes belső stúdióján, hogy így a Sony így megnézi, és akkor azt mondja, hogy hát itt van 400 fejlesztő, mondjuk kiadtak eddig egy-egy játékot egymás után, akkor most inkább csapjatok hozzá még 50 fejlesztőt, és viszont akkor két projektet fogtok csinálni. Ugye erről beszéltünk, hogy kicsit a Sony hozzáállása megváltozott ugye ebben, hogy áttették a székházat Amerikában, meg a vezetőségben is voltak változások, illetve ugye a live service játékok, amikről beszélni fogunk majd még később, meg én csak arra tudok gondolni, hogy kell a content a saját szolgáltatásukba. Mert előbb-utóbb bekerül, ha nem is ugye rögtön kezdéskor, de előbb-utóbb ezek a játékok majd bekerülnek. És ezért azt látjuk, hogy egyre több csapatuk, majd a következő hír is ez lesz, sok projekten dolgozik egyszerre. Másrésztről meg nem is baj szerintem, hogy a Santa Monica egy kicsit kiszakad a God of War-ból, és nagyon remélem, hogy valami teljesen másba vágnak bele. Azt nem gondolnám, hogy elrugaszkodnak mondjuk a TPS-től, de hogy a setting más lesz. Én nem nagyon emlékszem, hogy volt-e nekik más IP-juk régről, amin tudnának dolgozni. Vagy valószínűleg nincs, szerintem nincsen más IP-juk, de rábbis így a közelmúltból nekem nem nagyon rémlik. Bár legutóbb tök meglepődtem azon, hogy például Todd Howardnak, őt így a Elder Scrolls Fallout játékokkal van így összevonódva a neve, de nem tudom, például emlékszel a Terminátor játékokat, a Skynetet, meg a Future Shockot is ő csinálta. Ezek a Terminátor játékok nem rében, de az valamilyen 90-es években? Na, valahol ott. Meg azt hiszem 94-től volt ő a Bethesdánál, talán ilyesmi. De majd beszélünk Todd Howardról is. Ja, majd lesz. Csak így bedobtam egy érdekességként, hogy legyenek ilyen kis easter egg-ek így elhintve. Tudod, hogy aki leül a reflektor elé, mindenképpen okosabban álljon föl. Én úgy szoktam. Tudom. Fáradtabban mindenképpen. Úgyhogy dolgozom rajta. Igen, tehát készül az új projekt, azért ebből még sok-sok évig nem lesz semmi. Tehát, hogyha ezt nulláról építik fel, talán annyi lehet, hogyha a God of War Engine-et használják, akkor picit gyorsabban mehet majd a dolog, mert azt már ismerik, de nyilván asszetteket minden nulláról kell felhozni, tehát hogyha azt veszük, hogy 17-es volt a God of War, 18-as. 4 év alatt rakták össze a Ragnarökköt, ahol azért már nagyon sok minden rendelkezésre állt, vagy reméljük, hogy 4 év alatt összerakták, és idén egyébként megjelenik, úgyhogy lassan majd kéne róla hírezniük, hogy ez hogy is lesz. Akkor én azt gondolnám, hogy ha erre most kezdenek el embereket összeszedni, akkor nagyon-nagyon az elején vannak a fejlesztésnek.
25-ig, 6-ig szerintem nem hallunk erről a projektről még. Mármint, hogy olyan szempontból, hogy megjelenés. Lead designert keresett, találtak, ugye? Vagy artistot, vagy szerintem... koncept artistot, vagy kit kerestek? Ezt nézzük már meg gyorsan. De... Art director, nem? Art director. Art director. Jó, hát akkor ez még az elején van. Vezető art director. Akkor ez még az eleje. Így van, így van. Jó, maradom még a futóprojekteknél. Ez pedig az, hogy míg a Sony Santa Monica-nál az hivatalos megerősítést nem nyert, hogy új projekten dolgoznának, csak közvetett bizonyítékok vannak arra, hogy a Sony Santa Monica-nál egy God of War-tól független projekt is kidolgozás alatt van. Addig a Naughty Dognál megerősítést nyert az, hogy három egymástól független projekten dolgoznak, konkrétan Neil Druckmann-től, de ennél konkrétabbat nem tudunk. Az eddigi információk alapján sejthetjük, hogy ebből a háromból az egyik az a régóta pletykált The Last of Us multiplayer játék, ami igen, valószínűleg be fog simulni a Sony-nak a live service projektjébe, erről később még fogunk beszélni, ugye? Igen. Arra fogunk még beszélni később. Szó van arról, hogy visszatérnek az Uncharted világába egy ötödik résszel. Bár nagyon érdekes, hogy arra egyébként elkezdett most pampogni a Bend Studio feje is, hogy neki van ám elmélete arra, hogy mit lehetne csinálni az Uncharted-del. Hát gondolom. Nekem gyanús, hogy... De ők új IP-n dolgoznak. Igen, de nekem nagyon gyanús, hogy állandóan mikrofont ragad a Bend Studio, tehát minden nekem ez így fura. Hát azért, hogyha úgy kibasztak volna veled, mint ahogy a Sony a Bend-del, akkor lehet, hogy te is... beszólogatnál. Akkor állna a podcastet csinálni? Kocsiban. Az alatt a kocsi most elindult egy podcast sorozatot. Már csak az hiányzott. Bármit csak dolgozni ne kelljen. Mint a bikininek az a száma. Azt hallgatja az irodában. Úgyhogy, és van egy harmadik projektjük, ugye? Amit nem tudunk. Csak én remélem, hogy az a science fiction projekt. Én szerintem nem tudom, hogy osztják fel ezeket a projekteket, tehát, hogy külön kezelik-e azt, hogy ugye a multiplayer részről tudunk. Azt már heggeztik egy ideje, az valószínűleg nem lesz rossz, ugye mindenki azt mondja, hogyha olyasmi lesz, mint a Factions volt az eredeti Last of Us-ba, akkor az egy jó kiindulási alap, azért azhoz bőven hozzá kell nyúlni, ha tényleg live service-be akarják kiadni, hogy ezzel együtt kezelik-e a Last of Us egy remastert. Az lehet a harmadik akkor. Elvileg nem, tehát azt mondta, én úgy hallottam, hogy a három projekt közül az egyik bizonyosan új, teljesen. Tehát, hogy nincs köze a Last of Us-hoz. Mm-hmm. Ezért nem tudom, hogy a többit hogy kezelik, mert lehet egyébként, hogy ez úgy fog megjelenni, hogy mit tudom én, Last of Us meg a pak, ahol megkapod a Last of Us 2-nek az aktualizált változatát, tehát a Director's Cut verzióját, a Last of Us 1-nek a Last of Us 2 motorjára felhúzott verzióját, illetve a Factions-t, és akkor ez egy projekt, de azt tudom, hogy semmiképpen nem három. Mm. Meg nem tudom egyébként, hogy erre annyira szükség van, tehát hogy például a Last of Us 1-et miért kell megint felújítani, miért nem a PS4-es verziót húzzák fel egy kicsit, mondjuk lehet, hogy ez így van. A 2 is szerintem az egyik legjobban kinéző játék az alap PlayStation 4-en, tehát nem hiszem, hogy nagyon-nagyon hozzá kéne nyúlni. Mindegy, lehet, hogy ez csak ilyen garázs projekt nekik, hogy van tudod, egy kisebb csapat a Naughty Dog-on belül. Én szerintem egyébként a harmadik projektjük, és ezt már később átvezetjük, hogy szerintem miért, az a Jak and Dexter lesz az új. Egy reboot. Az eredeti Naughty Dog franchise, és van egy másik hír, ami összefügg azzal, hogy mit keresel? Hogy arról akarsz majd beszélni. Erről, ami följebb mész. Följebb. Itt. Aha, jó, oké. Azt olvastam is. Igen, tehát, hogy van egy másik hír, ami engem erre enged következtetni, mert nagyon adná magát, hogyha a másik projekttel együtt jelenne meg. Mert azért a Jak and Dexter az utolsó is most már, nem is tudom, 18 éve jelent meg PlayStation 2-re? Valahogy úgy. Mert ugye... Lassan kiköszi. Oda jelent meg az összes rész, utána nem folytatták, viszont az is ilyen tőzsgyökeres Naughty Dog franchise, és az még náluk van. Ugye a Crash az már nincs. Én azt tudnám elképzelni egyébként, mert még mindig ugyanazon kattog az agyam, hogy miért adnák ki újra és újra ugyanazt a játékot. Én el tudom képzelni, hogy... Kérdez a Nintendo. Hogy,
nem? Én arra tudok gondolni, hogy esetleg implementálni akarják mondjuk a ray tracinget, meg ezeket, hogy kísérletezzenek ezzel, és próbálják meg ezt a technológiát belerakni valahogyan ezekbe a játékokba, és nézzék meg, hogy hogyan működik. Előbb-utóbb át kell állniuk nekik is a teljes next gen vonulatra. El tudom képzelni, hogy ez mondjuk egy irány lehet. Nem tudom. Vagy csak kitöltik az üres teret. Tehát, hogy nem tudnak olyan gyorsan jönni a PlayStation 5-ös játékok, hogy minden hónapra legyen mondjuk, vagy negyed évre akár egy megjelenés, és akkor ilyenekkel töltik ki. Mint ahogy jött a Csucsunak a Director's Cut-ja, mint ahogy jött a Halálos Strandolásnak a Director's Cut-ja. Nyilván befektetésben nem igényel annyit, mint egy teljes értékű játék, de ezek azért bőven jó játékok, sőt a generációnak a legjobbjai, még nem is az én kedvenceim, de akkor is azt azért elismerem. Úgyhogy megmondom, szerintem simán előfordulhat, hogy egybecsomagolják. Tehát, hogy lehet, hogy nem érzik úgy, hogyha elrajtoltatnak egy Last of Us multit önmagában, akkor az annyira fog futni. De hogyha egybecsomagolod a remasterekkel, mint nem tudom, emlékszel a Modern Warfare-nek a remasterje, ugye csak úgy volt elérhető, hogyha megvetted az Infinity Warfare-t. Igen. Tehát valami hasonló. Utána nyilván elkezdték külön is árulni, de ugye volt erre már példa. Működhet, még ez indokolhat egy közös megjelenést, hogy kiadják a kettőt meg az egyet. Nyomottáron mondjuk. Mert hogyha mondjuk 60-70 dolláros áron megkapod a kettő játékot egybecsomagolva, az azért nem rossz deal. Felújítva. Vagy az benne lehet. És egyébként hallottam volna olyat, hogy valami ezek közül idén mindenképpen meg fog jelenni. Szerintem ez, én még azt is megkockáztatom, hogy a Last of Us-os projektek közül mind. Logikus lenne. Meg aktuális is, tehát mondjuk ezen egy multiplayer játékon azért 2 évet vagy 3 évet ülni, az én a... Én bedobok egy merészet, én azt mondom, hogy június. Mire? Egyrészt, mert akkor lenne az E3, tehát ott majd azért lesznek nagy bejelentések, viszont ugye abban az időszakban nem szokták elárasztani a AAA megjelenések a piacot, ugye a nyár az kicsit ilyen uborka szezon szokott lenni, ugyanakkor most kapunk egy Horizon Forbidden Westet februárba, márciusban megkapjuk a Gran Turismo-t, a tavasszal fog jönni még egy Forspoken. Márciusban megkapjuk még ugye a Ghostwire Tokyo-t is. A Ghostwire Tokyo-t, utána kapunk egy Forspoken-t, és gyakorlatilag utána valószínűleg a következő megjelenése a Sony-nak az a God of War lesz november-december környékén. Pont ezt akartam mondani, nem jellemző egyébként, hogy a Sony bármit kiad nyáron. Tehát meg hogy általában erős Ratchet játék... Ratchet & Clank. Az nyáron volt. Én úgy emlékszem, hogy az tavasz vége, nyár eleje. Max nyár eleje, de szerintem nyáron egyébként nem jellemző, hogy ezek kijönnek. Hogyha itt tartunk, igazából nagyon nagy játék megjelenések nem is szoktak lenni nyáron, pont a nagy utazgatások Tsushima, miatt. Sőt, ha az úgy is volt, nem? Hogy a Last of Us is nyáron jött, és rá júniusban jött a Last of Us, és rá 2 vagy 3 hétre jött a Tsushima? Szerintem az nem merek most ezeket megtippelni, de szerintem... Igen, Last of Us 2-s nyáron volt. Akkor meg adnám magát, hogy akkor mennyi lesz most? 3 éves lesz a Last of Us 2019? Ja. Akkor a 3 éves évforduló. Nyáron kitolni. Volt a Last of Us. Last of Us, igen, és tudom, hogy nagyon közel volt hozzá a Csucsú. Tehát ilyen június-július. Pont azt akartam kihozni, hogy a Covid az felboríthatott itt bizonyos dolgokat, úgy egyébként elképzelhető. Vissza fogom ezt nézni egyébként, hogy a Covid előtt volt a nyári megjelenése a Sony-nak, mert egyébként ez meg indokolhat dolgokat. Na, úgyhogy én mondtam Last of Us remaster, meg 2. Jó, azt mondtad, hogy Last of Us nyáron. Oké. Akkor beszéljünk egy másik nagyon intelligens jelenségről. Arra, hogy vezeted át a híreket egymásba? Ilyen vezető hírt. Igen. Na, hogyha már úgyis szóba került a Gran Turismo, beszéljünk egy picit a Gran Turismo-ról. Ugye múltkor volt State of Play, picit jobban bele is mentünk. Én várom egyébként meglepő módon. És ezzel kapcsolatban volt most egy hír. Ugye, ha követitek a Reflektor, többször beszéltünk arról, hogy a Sony mi minden tervez mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Van egy csomó ilyen irányú fejlesztésük. És most... implementáltak egy félig meddig egy új AI-t, mesterséges intelligenciát a Gran Turismo-ba. Ez nektek nem lesz hozzáférhető, tehát aki megveszi a játékot ezzel, valószínűleg akkor még nem fogtok találkozni. Úgy hívják, hogy Sophie. Hát gondolom a Sony és a Polyphony-nak a kereszteződéséből, ez csak az én tippem.
Nagyon érdekes, a Sony ezt arra szárnya, ezt a mesterséges intelligenciát, profi e-sportolókkal versenyezteti. Mm-hmm. Gran Turismon belül. És lehetne mondani, hogy hát nem nagy szám, eddig is volt ugye a AI vezette az autót, de ugye nagyon nagy problémát jelent a legtöbb ilyen autós játékban, hogy az AI csal. Igen. Tehát, hogy mit tudom, nagyon lehagyod, akkor van ez a rubber band effekt, tudod, hogy így hirtelen elkezd hozzád közeledni, meg ilyesmi. És ezért ezt a mesterséges intelligenciát egy kicsit máshogy alkották meg, tehát például ilyeneket vesz figyelembe, mint a versenyzői etikett. Az milyen? Hát ez a nem lököd ki a másikat a pályáról. Mondjuk, ja, szóval nem csal. Igen. Sikerült csinálni egy AI-t, ami nem csal. Igen, tehát hogy úgy akarták megalkotni, hogy ne csaljon, tehát hogy élvezetes legyen ellene a versenyzés. Fizikai realizmust veszi figyelembe, valós idejű versenytaktikákat, igen, és ezt a sport etikettet. Uh-huh. Hozzáteszem, hogy emellett már elverte a legjobbakat. Tehát, hogy megversenyeztették egy párszor, és így is szerintem csal egy kicsit, de hogy az a cél, hogy azért ne csaljon annyira. Az a problémám ezzel, hogy egyébként az AI, az, ha megcsinálják rendesen, és nem fogják vissza, akkor mindig jobban fog teljesíteni, mint az ember. De itt pont az a... Tehát, hogy itt nem olyan AI-t akarnak tervezni, amit tökéletes, hanem ami szerintem minél jobban visszaadja azt, mint hogyha egy valós másik játékos ellen versenyeznél. Tudod, mi a durva? Ez létezik. A Micronál is úgy hívják, a Drivatar. Tudom, és de... egyébként kurva jól működik. Egyébként tök jó, hogy a Polyphony észrevette egy idő után, hogy kéne csinálni valami ilyesmi. Egy generációt le vannak maradva, de arra. Nem, hát ez másról szól. Azért. Én a Polyphonyt folyamatosan baszogatni fogom, és lehet akármilyen jó a Gran Turismo, hogyha abba sikerült belepakolniuk végre a Drivatart, akkor is egy generációra le vannak maradva a Microtól ezen a téren. Meglátjuk, milyen lesz ott az AI, de ezt nem tudom, hogy te nagy motorsport fan vagy, amit nem igazán értek. Tudom, hogy fanboy vagyok. Jó, de mert te megveszed a listálóknak a tervrajzait is. Kúrva jó. Én szeretem. Rendben van, de megjelenik a Motorsport 8. 8. 8. 8. Akkor ide leülök mellé, és megnézem, hogy végigjátszod. Na, nagyon ráérsz. Ugye? Én ráérek, és szakítok erre időt. De én Gran Turismo-ra is várlak ám téged. Gran Turismo-t azt szívesen ki fogom próbálni. Jó. Ezt mondtam is. Hogy arra itt szerintem nálad rápróbálok, és hogyha jó lesz, akkor szerintem be is húzom. Hát ő is mondja, GT the best. Gorzat Motorsport. Jó. Forduljunk rá a kodos hírekre? Forduljunk rá a kodos hírekre. Ez most így nem olyan sok, igazából három Call of Duty vonatkozású hír van, ami egyébként nem tudom miért pont a Sony-s blokkba került be, de... Hát emiatt. Ja. De az is, na mindegy. De az meg... Elolvastad a cikket? Mert abban ez van kiemelve. Én tettem be a zárójelet. Nem, én azt kivágtam onnan, és beraktam egy másik linket. Jól van. Balázs így torpedózza folyamatosan a híreimet, tehát így te vagy az utamban a jéghegy. Igen? Mm-hmm. Akkor süllyedjen. Folyamatban. Na, mondjam. Na, szóval kaptunk megerősítést a Microsofttól, ugye beszéltünk múltkor róla, hogy három projekt erejéig megvan a deal a Sony és a Micro között, hogy a kod marad PlayStation-on. Most már viszont megerősítették azt, hogy ezeken a dealeken felül is marad PlayStation-re a kod, tehát nem kell attól tartani, hogy itt 2-3-10 éven belül kezeljük azért ott, ahol kell, de elvileg a Micro ígéretet tett arra, hogy nem fogja exkluzívvá tenni a kodot, ami szerintem nem azt jelenti, hogy nem lesz exkluzív kod, mert mondjuk mellékvágányokat, tehát spin-offokat szerintem simán tarthat a saját platformján, de alapvetően a fő irányú kodok, azok érkezni fognak PlayStation-re, meg másra is, de erről meg később. És akkor te szerintem beszélj arról, amit ide felírtál zárójelben, ez miért lehet? Azért lehet érdekes, mert ugye fölmerül a kérdés, hogy miért nem fogja a Microsoft exkluzívvá tenni a Call of Duty-t, hiszen nem csak ez lenne a logikus egy felvásárlás után, de például a Bethesda portfóliót ezt simán, azzal meg is csinálta. És ennek első
kapavágása a Starfield lesz, amit látni fogunk, de azt már jelezték, hogy az Elder Scrolls következő része is, a 6, az szintén Xbox exkluzív lesz. Tehát logikus lenne a Call of Duty-nál is. Csak hogy fölmerült az a szempont, hogy ha és amennyiben ezt megcsinálják, ez egy eléggé trösztösödési kérdést vet fel, ami viszont jogellenes. Egy ilyen mértékű brandnek a kisajátítása. Ennek vannak különböző jogi szempontjai, amiben nem szeretnék belemenni, mert teljesen kibic vagyok ebben a témában, de az tisztán látszik, hogy ennél a léptéknél a Micro nem hozhat meg egy ilyen lépést, mert ennek olyan valószínűleg adókötelezettségei lennének, mint amit az Intel is próbálta annak különböző módszerekkel elkerülni, és inkább igen. Inkább más megoldást választott arra, nehogy egyeduralkodó legyen a saját piacán. Az Xbox divízió is valószínűleg inkább próbálja elkerülni az ezzel járó plusz kiadásokat, és inkább jobban, milyen érdekes, hogy jobban megéri neki, hogyha kiadja a kódot a konkurens platformokra. Ahol négyszer annyi fogy, vagy ötször. Igen, mint hogyha exkluzívvá teszi saját magának, és lehet, hogy pénzügyileg is jobban jön ki. Hát ez a kellemeset a hasznossal, arról nem is beszélve, hogy nyilván e köré egy sokkal jobb PR-t lehet. Tehát, hogy kiáll Phil Spencer, és azt mondja, hogy jöjjetek, most itt letettünk 70 milliárd dollárt. Az emberarcú Microsoftra? Igen, de mi nem vagyunk kapzsik. Nem, igen. Mi nem akarjuk elvenni tőletek a játékokat. Úgyhogy lesz kod mindenre. Hogyha ez így lett volna az elejétől kezdve, akkor ezt kommunikálták volna aznap, amikor bejelentették a felvásárlást, nem 3 héttel később, de mindegy. Nézzük a pozitív oldalát, kod megmarad multiplatformnak, úgyhogy ez viszont jó. Egyébként mindenki. Annyira a kodra van kihegyezve az egész, hogy mi van az összes többivel? Többi koddal? Nem a többi koddal, hanem az összes többi játékkal. Tehát mondjuk a Call of Duty-nál ez most csak egy lépték. Ez egy minta, amit levetítenek az összes többi brandre is, vagy mondjuk ez ugyanúgy vonatkozik a Diablo-ra, a Blizzardos címekre? Mondjuk a Diablo-ra, vagy mondjuk egy jövőbeli Spyro-ra, vagy egy Guitar Hero-ra, vagy ilyesmire, azok nyilván nem kod léptékűek, csak érdekel, hogy ezt csak a kodnál húzzák meg, vagy a kod kapcsán minden másra is vonatkozik. Szerintem arról még nem volt hivatalos kommunikáció, de megmerem kockáztatni, hogy a Blizzardos címeknél azokat a címeket, amik folytatások, tehát Diablo folytatás, Starcraft nem, mert azt ugye nem fogják valószínűleg kihozni konzolra, bárki tudja. A Diablónak a folytatásánál, vagy az Overwatchnál szerintem az multiplatform megjelenés lesz, és ugyanitt azt tartom elképzelhetőnek, hogy fog gyártani a Blizzard exkluzív tartalmat, ami csak PC és Xbox. Uh-huh. Tehát ilyen szerintem lesz. Lehet, hogy nem lesznek akkora projektek, de például ez az új survival túlélős játékuk, ez például simán lehet ilyen. Ott könnyebb is olyan szempontból, hogy még ezeknek azért viszonylag nagy kiépített játékos bázisa van, tehát sokkal jobban érinteni őket az, hogyha kivonnák mondjuk a PlayStation-ről, addig egy új IP-nál az elsülhet bárhogy is. Tehát szerintem ennyi az egész. Meg hát nyilván ott van, tehát tudja ezt úgy is kommunikálni a Microsoft, és szerintem fogja is, hogy figyelj, mi odaadtuk a lehetőséget, most dönthetsz úgy. Vagy kifizetsz havi 3-4 ezer forintot egy Game Pass Ultimate-ér, és akkor játszhatsz mindig a legújabb koddal, vagy megveheted 70 dollárért a PlayStation-ödre, nekünk az is jó. Úgyhogy ilyen szinten megérthető. Nagyon kíváncsi leszek az első Xbox show-ra egyébként, akkor kiállnak a színpadra, mert azért az Activision Blizzarddal, meg a többivel most már a hátuk mögött nagyon érdekelne most már a perspektíva, hogy merre akarnak tovább menni. Lennyolcol neked, mert nagyon szépen köszi mindenféle hülye vagyok, azt szuboltál. Nem tudok beszélni, bazd. Jó, menjünk tovább. Ezen kívül volt még bejelentés, nem is bejelentés, ez leak, tehát ez szivárgás volt, viszont a megbízható forrásból. Ez pedig az, hogy azt tudjuk már, hogy jön a Warzone 2. Ugye ezt már megerősítették, hogy kifejezetten Next Gen-re. Ezt még Next Gen szót használok, muszáj, mert nem léptünk át a Next Gen-be, még mindig. Majd ha lesz annyi a piacon. Igen, még mindig mellettünk fut párhuzamosan a PlayStation 4 például, tehát még mindig azt mondom, hogy a Next Gen-re. Tehát ez teljes egészében a Next Gen rendszerekre érkezik. Viszont ami meglepő, hogy azt mondják, hogy ez egyszerre fog megjelenni a Modern Warfare 2-vel. Amiről idén. Viszont tudjuk, hogy az összejön. Na most itt van egy olyan szegmens, amit itt Balázsra próbáltunk értelmezni,
hogy megerősítették a 120 FPS-t. Illetve a állítható FOV-t. Igen, Field of View, tehát belátható, egy időben belátható teret. Na most, ennyit tudunk. Ennyit tudni vélünk. Nagyon érdekes lesz ezt látni, mert ugye ezeket nem kommunikáltak. Hivatalos bejelentésünk még egyikre sincs. De ugye nem is nagyon szokták ezeket kommunikálni, főleg mostanában egy-két hónappal a megjelenés előtt szoktuk megtudni, hogy ha a Call of Duty az érkezik, vagy nem, mi lesz a témája, vagy sem, de előtte ilyenkor már pontosan tudtuk legutóbb, hogy hidegháborús tematikájú Black Ops-on dolgoznak, nem kettővel ezelőtt, hidegháborús témájú Black Ops-on dolgoznak, a Vanguardot szerintem már egy évre előre tudtuk, hogy az lesz a címe az új Call of Duty-nak, úgyhogy itt is szinte nyílt titokként lehet kezelni az érkező Call of Duty-nak a sorsát, úgyhogy Warzone 2, Modern Warfare 2, úgy néz ki, hogy egyszerre, idén ősszel. Igen. És azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban beszéltünk arról, hogy a Warzone 2-ben az is különbség lesz, ugye azon fölül, hogy csak a PlayStation 5-re és Xbox Series S-re és X-re fog érkezni, meg nyilván PC-re, hogy nem fogja tartalmilag lekövetni az aktuálisan megjelenő Call of Duty-t. Tehát lehet, hogy az első még igen, mert ugye egyszerre fog megjelenni, de ugye elvileg nem az lesz, mint a mostani Warzone-nál, hogy amikor kijött a Black Ops, akkor Black Ops-os tartalommal rakták teli, most, hogy ugye kijött a Vanguard, akkor Vanguardos mapot kapott, meg Vanguardos tartalmakkal rakták teli, és szerintem egyébként még nagyon-nagyon sokáig életben fogják tartani az első Warzone-t is, hiszen az előző generációs konzolok tulajdonosai még bőven játszanak. Úgyhogy ott viszont több mint valószínű, hogy ez meg fog maradni, tehát hogy mindig leköveti. Egyébként én nagyon várom, én marha nagyot csalódtam a Vanguardba, szerintem elég pocsék lett, most már elég sokat multiztunk vele, és többször mondtam, hogy az előtte lévő Modern Warfare-hez képest ezt nagyon nem élvezem. Uh-huh. Mondjuk nem is jön, hogy a legnagyobb kodjátékos, de azzal azért elég sokat játszottam, meg mellett ott a Warzone-nal is. Úgyhogy én várom az új Modern Warfare-t, hogyha fele olyan jó lesz, mint az előző, a reboot, akkor szerintem egy teljesen vállalható kodot fogunk kapni. Nekem tudod, mi a bajom a Vanguarddal? Hogy iszonyon kellene bele az új content, rettenetesen kellene bele az új tartalom. Tehát gyakorlatilag a megjelenés óta ugyanazon a 6-7 mappon játszunk. Amikből mondjuk kettő jó. A többitől meg agyfasz. Én megengedő vagyok, szerintem kettő szar, de én élvezem, de most már azt a keveset sem élvezem. Tehát unalmas. Már régen ki kellett volna jönni az új seasonnek, vagy ez nem most jön, nem? Lehet, na, most pörgött ki a Battle Pass. Igen, csak nekem most már így, úgy érzem kicsit később. Most már így ráuntam arra az egészet, tehát most már így átmentem. Más játékokkal játszani, hamarosan jön a Horizon Forbidden West, akkor arra fogok rászervülni. Most, Elden Ring. Még az Elden Ring is jobban érdekel. Benne van egyébként, hogy így neki mennék, hogy megnézném, hogy na most már képes vagyok-e rá. Meg most, hogy nyilatkozták ugye azt, hogy ez most nem lesz annyira nehéz. Igen, lehet, hogy ez az a legkönnyebb. De ez nem jelenti azt, hogy nem lesz annyira nehéz, nehezebb lesz. Nem. Ez konkrétan azt mondták, hogy valószínűleg ez lesz a legkönnyebb. Egyébként van Elden Ring-es hírünk is majd. Na, beszélünk majd arról. De akkor még egy gondolat erejéig maradnánk a Call of Duty topiknál. Ez pedig az, hogyha már úgy is beszélgettünk a Prevgen iterációról, akkor még egy apróság. A Micro kitalálta, hogy ha már úgy is szeretnék megúszni a trösztösödést, és emiatt nem fogják megúszni azt, hogy multiplatform maradjon a Call of Duty, akkor 19-re lapot húznak, és kiadnák a Call of Duty, nem is tudom, melyik Call of Duty-t, a Vanguardot? Vagy a Warzone-t? Nem, innentől kezdve az összeset. Ja, innentől kezdve az összes Call of Duty-t kiadnák Switch-re is. Igen. Ami gyönyörű lesz. Ami, ne úgy képzeljétek el, hogy akkor valószínűleg már a Modern Warfare meg fog jelenni, ugyanis itt sajnos szerintem nem megoldható, hogy a teljes értékű kodot rakják át, hanem valószínűleg az lesz, mint régenben, mint például a Wii-nél volt, hogy külön fejlesztő csapat, azonos névvel, de más engine-nel, más tartalommal fog kodot gyártani Nintendo-ra. Ez már csak olyan egyszerű dolgok miatt, mert egy kod, vagy egy Warzone az akkora, hogy a 32 gigás Switch-re a büdös életben nem fog ráférni. Tudom, persze bővíthető, de akkor is. Tehát, hogy meg az engine-ek már ott járnak, hogy szerintem azokat nem lehet annyira visszabutítani, hogy Switch-en ez normálisan tudjon futni, úgyhogy én azt tartom elképzelhetőnek, most ugye rengeteg
kodfejlesztő csapat van, hogy akkor valakit ki fognak onnan venni, és akkor ő majd párhuzamosan gyártja a kodokat Switchre. Aminek egyébként szerintem a Nintendosnak örülni fognak, bár alapvetően a Nintendo nem az a platforma, amin a, szerintem a nagy többség pont kodot vár, de mondjuk aki egyébként is játszik koddal, és van Switch-e, és lehet, hogy szeretne azon is, azoknak tök jó lehet. Szerintem itt jön be a képbe a nagy számok törvénye. Valószínűleg úgy vannak vele, hogy most már több Switch van a piacon, mint Wii U volt, sőt, mint Wii. Mint Wii. Igen. Úgyhogy igazából lőjünk rájuk, ha csak a 10%-át érdekli, akkor is nyertek mondjuk 10 millió játékost. Sokkal. Hát az azért nem kevés. De az már szempont. Igen. Meg ugye meg tudják azt mondani, hogy tartják az árazást, mert ugye Nintendo alapvetően szokta tartani az árazást, tehát 5-6 év múlva is el tudják adni teljes áron a kodot. Ja, igen, hát nem üti meg a Nintendo sok inger küszöbét, tehát azzal tök jól el lesznek. Ja. Itt nem pörgettél át valamit? Nem. Én azért megnézem. Nem, abszolút nem. Én oda figyelek, sas szememben. Azt hiszem, megnyitom, mert ezt elfelejtettem. Majd olvastam a cikket, csak... Igen. Jó. De ne tartsa minket kétségek között, menjünk tovább. Mondja. Igen. Érkezni fog PlayStation szoftverbe új beta funkciók, amikkel megpróbálják egy kicsit. Nekem ez nagyon fura volt. Tehát arról van szó, hogy megpróbálják a közösségi élményt egy kicsit átdolgozni. Tehát a chat funkciót fogják update-elni, a barátoknak a kezelését. Mondjuk azt nem ártana, egyébként katasztrófa PlayStation 5-ön. Ilyen gruppokat raknak be, hogy lesz nyílt, meg zárt grupp, tehát hogy bárki csatlakozhat a játékmenetethez és láthatja, vagy megvan szabva ki, akkor azt mondtam már, hogy a chatet fejlesztik, a homescreent, tehát most már tudjátok majd variálni, hogy milyen játékokat jelenítsen meg, ugye eddig úgy működött, hogy mindig azt, ami időrendben, amivel játszottál, tehát oda be tudsz lokkolni kedvenc játékokat, akkor megnövelik a számát ezeknek 14-re, meg ilyen hozzáférhetőségi opciókat is beraknak pluszba, meg a 3D audión valójának egy kicsit, tehát elég sok mindenhez hozzányúlnak. Nekem az a fura, hogy ez a beta frissítés, ez leginkább, mondom, a közösségi élményre és a chatre tehát fókuszál, ami nekem azért érdekes, hogy ezen ennyire törik magukat, nem baj, mert akkor ez előrevetheti azt, hogy messzebb van a Discord integráció, mint gondoltuk volna. Mert szerintem abban a pillanatban, hogy normálisan, teljes értékűen fog a Discord működni PlayStation-on és Xbox-on, meg a többi konzolon, akkor ez fölöslegessé válik, mert hogy én biztos, hogy nem fogom használni a beépített PlayStation-os funkciót, hogyha Discord működni fog, már csak ilyen dolgok miatt sem, mint például a kodra visszatérve, hogy mi is három platformon kodozunk, és crossplay-be nem használom a kodnak a chatjét, mert az megint szar, hanem akkor használnék valami olyan programot, ami meg tudom oldani, hogy tudjak már beszélni azzal is, aki Xboxon van, vagy Switchen, vagy mit tudom én, PlayStationon, és erre a Discord tök jó lenne, a beépített funkció meg tökre nem. Tehát tök jó, hogy ezeket fejlesztik, csak mondom, szerintem abban a pillanatban, hogy amint a Discord el fog normálisan készülni, és nem csak annyit fog tudni, hogy mutassa, hogy mivel játszol, hozzáteszem, hogy én most beállítottam, de egyébként nem olyan egyszerű, mint gondoltam volna. Nem? Nem. Tehát a saját, tehát belépsz a Discordra telefonon, vagy PC-n, ott be kell állítani egy csomó dolgot, és akkor utána átmenni PlayStation-ra, ott egy csomó mindent engedélyezni, meg az online állapotot úgy beállítani, és akkor szerencséd van, akkor mutatja, hogy mivel játszol épp. De például streamelni nem tudom. Viszont lesz, innen kell majd folyamatosan fölfele lépkedni, nincs ezzel probléma, tehát helyre kell kalapálni majd idővel. Látod a PlayStation-nek a nyitó felületét, a desktopot is folyamatosan kalapálják jobbra-balra. De még ráfér, tehát a PlayStation 5-nek a UI-ja az még mindig jobban néz ki, mint a PlayStation 4-é, de funkcionalitását tekintve azért még elmarad. Van hova fejlődni. Tehát van hova fejlődni. Tehát még ilyen dolgok nem voltak benne, hogy ugye integrálták a PlayStation 5-ös UI-ba a store-t, de a store-nak ilyen funkcióit, mint például, hogy az aktuális díleket mutassa, az nem volt ott. De úgy kellett bekeresned. Ami egy ilyen tök egyértelmű dolog. Aztán, hogy más meg direkt van úgy, vagy nem, mint amit mondtam, hogy a Horizon Forbidden Westnek, ha PlayStation 5-ön nézed, nem látod a PS4-es verzióját.
nem tud megvásárolni, nem listázza ki, de böngészőből meg igen, tehát... Ezekkel a cross-gen vásárlásokkal egyébként teljes káosz van, tehát én nem is próbálom meg követni, mert csak agyfasz kapok tőle, hogy ha megveszed ezt, ha megveszed a next-gen változat, az ennyibe kerül, de hogyha a prevgent veszed meg, akkor azt upgrade-elni tudod, van amire ingyenes, van amire fizetős, van ami úgy fizetős, hogy igazából jobban megéri a prevgent megvenni, és azt update-elni megvenni a teljes értékűt, de akkor mi a fasznak vedd meg a teljes értékűt? Én nem is próbálom meg ezt követni, ez egy elmebaj, amit ezzel művelnek. Hát ez sajnos ilyen, és még egy darabig valószínűleg így is marad. Majd kiforja ez is magát. Legalábbis nagyon bízom benne. Jó. Beszéljünk egy aktuális videójátékról, aminek hamarosan jön majd a tesztje az OV-re. Ez a Shifu, amit nagyon vártam. Egyelőre maradjunk ennyiben. Én mondtam. Erre bejelentettek egy DLC-t. Úgy, ez story DLC lesz? Bejelentették, hogy elkezdtek dolgozni DLC-n. De azt nem tették hozzá, hogy ha látjuk, hogy tépszerű, nem gondoltuk volna, hogy tetszeni fog. Úgyhogy... Nem, ez azért nem úgy volt, mint a Resident Evil-nél, hogy önök kérték, és akkor önök kérték. Bejelentjük, hogy elkezdünk dolgozni DLC-n. Nem, tehát valószínűleg ezzel terveztek régóta. Hoppa. A tartalmát még mi a baj? Semmi, csak elkezdtek a drop frame-ek megszaporodni. Igen. Ha? Az nem jó. Az nem jó. Mondom, igen. Szóval... Tehát úgy terveztek a játékkal is, meg egyébként, ha próbáltátok, akkor látszik is, hogy azért ebbe DLC bőven belefér. Nem egy hosszú játékról van szó, ugye ez egy roguelike. Igen. Akad a stream? Nem tudom miért. Egy pillanat türelmet. Csak... Indítsuk újra? Nem hiszem. Nem hiszem, hogy az lesz a gond. Okés, most már jó. Most már jó. Egy pillanat türelmet. Oké, akkor most már jó. Megint célre ment az OB. Nem. Nem, láttam, hogy valamit megkergült. Jó kis OBS. Just OBS things. Just OBS things. No, szóval ott tartottunk akkor, hogy Shifu és DLC, tehát jönni fog DLC, a játék abszolút elbírja, mert ugye egy roguelike vagy roguelite játékról van szó. Igen. Ezért szerintem adott. Meg ugye rövid a játék, tehát nyilván úgy van kitalálva, hogy sokszor újra játszható legyen, de szerintem teljes egészében adja magát, hogy jöjjön hozzá a DLC. Amit viszont előre közöltek, hogy multiplayer tartalmat nem fognak készíteni a Shifuhoz. Hát ez, igen. Nem tudom, van olyan roguelike játék, amihez van multiplayer DLC? Biztos van. Vagy multiplayer az, azt tudom, hogy az előző játékok, az Absolver, annak volt multiplayer része. Aha. Tehát abban volt. Így a Shifu-ban kicsit nehezen tudom elképzelni, hogy hogyan lehetne megoldani, mert ugye mivel egy ilyen harcművészes játékról van szó, ott szerintem nagyon nagy szerepet kéne annak kapnia, hogy mondjuk ne legyen ugye elérésbeli eltérés a két játékos között, hogy a mozdulatokat rendesen tud realizálni. Aha. Ehhez viszont azért komoly szerver háttér kell. Na most ők egy kicsi francia stúdió, egyszerűen nincs meg az a háttér, hogy egy komolyabb mondjuk rollback netkódot tudjanak mögé rakni, vagy olyan szervereket, amik ezt ki tudják szolgálni. Meg szerintem egyébként igényt sem. Ez tipikusan az a játék, tehát hogy leülsz egyedül, agyfaszt kapsz, hogy le tudod-e győzni az ellenfeleket, vagy nem, legtöbbször nem, mindegy, és igazából ez erről szól, hogy végigverekeded magad rajta, ez tipikusan nem igényel multiplayert. Tehát nem. Én nem is értem, hogy merült fel, hogy multiplayer nincs terve, nem is kell. De hogyha másokról beszélünk, hogy mi az, amire nincsen szükség, akkor beszéljünk kicsit a Forspokenről. Ja tényleg, beszéljünk. Mondjad. Forspoken. Ennyi, mehetünk tovább. Szóval a Forspoken ugye már nincsen messze a megjelenés, úgyhogy megkapta az ESRB-s besorolását, egyébként M-eset kapott, tehát hogy kicsit ilyen véresebb lesz. Ami viszont érdekesebb. Mi a befosolás? Én elolvastam egyébként a ratinget, amit ide ki is írtak. Kicsit olyan furcsán van fogalmazva egyébként, de az angolul a lényeg, van, hogy... Lehet, hogy az ja, lehet, lehet. Meg hogy így egymás után raktak sok ilyen szót, és ez zavarja a szememet.
Na mindegy, tehát, hogy véres lesz egyébként a játék elvileg, ezért kapott temes besorolást, meg hogy lesz benne fuck meg shit. Ez így konkrétan benne van, tehát megnézed, hogy... És ettől MS besorolás? Aha. Régen ez 18-as volt. Az meg erres, de szerintem annyira meg nem véres. Na mindegy, nem is ez a lényeg, nem a rating summary, tehát amiben elmondják, hogy mi miatt kapott MS besorolást, hanem a kiegészítő is. Ugyanis oda van ilyen apró betűvel bigyeztve, hogy játékon belüli vásárlások lesznek benne. Tehát jó Square Enix szokás szerint teli fogják kúrni mikrotranszakcióval. Ez már nagyon hiányzott. Egy story-orientáltnak tűnő nyílt világú RPG-t. Mert ugye mi más kellene bele, mint mikrotranszakció. Igazából megmondom őszintén, hogy annyira el van terjedve most már a mikrotranszakciós modell a AAA játékokban is, hogy leginkább most már azon lepődök meg, hogyha valamiben nincs. Úgyhogy én nem... Na jó, de minek bele? Úgy őszintén. Én már az Assassin's Creed-eknél se értettem, hogy mi a tökömnek kellett elnyomni mikrotranszakcióval. Aha. Tudom, egyébként írták páran, hogy a lusta játékos az olyan, hogy hát a játék elején akkor inkább rádob még $5, és akkor megveszi a lila dárdát, meg a narancssárga pajzsot, mert akkor gyorsabban tud haladni, de hogy a Forspoken-be hát gondolom hasonló dolog lesz, tehát hogy majd vehetsz a játék elején olyan tárgyakat, amik meggyorsítják az előrehaladást, de tipikusan egy sztori-orientált játékban minek? Persze, de az a Square-nek jó, mert majd hozza a lóvét, csak szerintem rohadt idegesítő. Tehát most talán cseszted volna fel magad, ha mondjuk a Last of Us telik úrják mikrotranszakcióval? De ettől függetlenül azt is látom, hogy maga a mikrotranszakció az nagyon sok mindenkinek bevált meg a DLC-zés. Erről fogunk még beszélni. Jó, nyilván nem a játékot minősíti, tehát a játék még lehet jó. Engem csak maga az irány, ami látszik, azt taszít. Nyilván tökéletesen visszaigazolja egyébként ezeket a döntéseket a bevétel, majd azt az Activision-nél beszélünk erről. Persze. Csak... Tudod, mi basz fel engem ebben az egészben? Nagyon. Az, hogy visszaigazolja majd a bevétel. De pontosan mit igazol vissza? Hogy megérte belerakni. Az. Tehát most őszintén, az Avengers, pont a Square Enix-nél, bukott, mint az ólajtó. Volt benne mikrotranszakció. Nem amiatt bukott, ez egy szarjáték volt. Valóban, de szerintem nem ezt mondta le a Square Enix. Mert őszintén szólva, a legtöbbször azért bukik meg, mert szarjáték, és ezért nem szokott segíteni a mikrotranszakció. Olyan játék nincsen, ami a mikrotranszakció miatt bukik meg. Az Avengersnél azért volt átfedés, mert nekem olyannak tűnt, hogy azt a játékot a mikrotranszakció köré építették fel. Ugye ez egy Games as Service modellre épült. Persze, tehát igen, jöttek hozzá folyamatosan az új hősök, igen. Meg a stb. De nem ez volt azzal a probléma. Tehát, és én azt mondom, hogy még a... Biztos? Szerintem nem azzal volt. Nem az mert volt hogyha összehasonlítod viszont a Guardians of Galaxy-val, ami nem Games as Service volt, ugyanúgy Marvel, ugyanúgy Square Enix, viszont ott nem erőltették a mikrotranszakciót, hanem ott egy sztori-orientált játékot adtak ki, és az nem is lett szar. Nem, viszont az Avengersnél ott nem volt egy normális történet, egy halál banális hőssel mentél, amikor te az Avengers-el akarsz játszani, és valami halál no-name kis csajjal kalimpálsz full szar képességekkel. Kivel? Miss Marvel-le. Számomra egyébként egy no-name. Én nem vele akartam játszani, Vasemberre, meg Thorral akartam játszani, és órákon keresztül ezzel a szerencsétlen nyomorultam, mentem és hallgattam a sápítozását. Nekem ez nem egy Avengers játék. Először Miss Marvel-esek kivitték a segükkel a plafont, én nem örültem neki. Én örültem hogy kiválasztom azt, akivel menni akarok, és akkor vele legyűröm a dolgokat, mint mondjuk minden normális, mi ez, Ultimate... Marvel Ultimate Alliance? Ultimate Alliance-ben. Tehát valami hasonlóra számítottam volna. Nem, oké, nem szimpatikus a mikrotranszakció sem, de szerintem a mikrotranszakció önmagában még egy játékot sem buktatott meg. Ilyen témformán nem fognak visszaigazolást kapni a mikrotranszakciókra sem, sosem fognak kipkopni ezek a szarok a videójátékokból, és ezért nem tudom nagyon magamat fölhúzni a mikrotranszakció magán, mert ezt nem tudod kirotálni. Sosem fogsz olyan olvasatot visszajuttatni a kiadónak, hogy a mikrotranszakcióval van problémát. Jó, csak alapvetően ugye ezt a modellt, ezt a free-to-play játékokhoz találták ki, és egyébként oda illik is, meg ott általában működik is, League of Legends, Fortnite, tehát ott nem zavaró, de amikor elkezdik az alapvetően olyan zsenerekbe beleerőltetni, amire szerintem semmi szükség nincsen. Nyilván lehet, hogy én képviselem a kisebbséget ilyen szempontból, mert tényleg a számokon az látszik, hogy megéri nekik.
Vagy a másik, amit el tudok képzelni, hogy azért raktak mikrotranszakciót a Forspoken, mert nem bíznak a sikerébe. De ez nem egy ilyen... Ez egy olyan fordított pszichológia, nem? Tehát, hogy nem, hogy előirányzott, hogy nem valószínű, hogy jó lesz a játék, ugye gyorsan beteszel a fizető modellt, de miért működne egy fizető modell egy alapvetően rossz játéknál? Erről fogom majd beszélni a későbbiekben, de ez szerintem... Ez tipikus annak ellen, amikor fordítva ülnek a lovon. Miért fizetnél még többet egy alapvetően rossz játékért? Nem pont az kéne, hogy annyira jó a játék, hogy még pluszban... pluszban fizetsz érte? Szerintem lehet, hogy amikor így bedobnak mondjuk egy új IP-t, uh-huh. Tehát amikor megszavazzák rá mondjuk a költségvetést, uh-huh. akkor lehet, hogy nagyobbat ki lehet így harcolni. Tehát azt mondják, hogy új IP nincsen még bevezetve a köztudatba, az mindig necces, tehát az mindig uh-huh. elsülhet így is úgy, és mondjuk allokálunk rá, mint 5 millió dollár. Uh-huh. De ha rakunk bele mikrotranszakciót, akkor kaptok rá mondjuk 10-et. Mert mondjuk kimutattuk azt, hogy az előző 10 játékunkban 8-ban volt mikrotranszakció, a mikrotranszakció generálta az eladások, vagy a bevételnek, mit tudom én, a 40%-át, akkor meg tudunk nektek előlegezni egy nagyobb büdzsét. Nyilván magának a mikrotranszakciónak az integrálása is pénzbe kerül, mert ugye az plusz fejlesztési költség. Nem hiszem, hogy hatalmas összegbe, de nyilván valamennyivel, és akkor így egyeztek meg. Ez a nem hiszem, hogy a Sony kérte. De pont ez jutott eszembe, hogy az egyetlen, aminek ellent mond, hogy erre a Sony megvette az exkluzív jogokat. Erre a Sony már odattolt egy szakajtónyi pénzt. Ja. Igazából nagyon nem kéne a mikrotranszakciót azért belepakolni, hogy visszajöjjön a költség, hiszen ezt már egyébként egy háttér alkuval megoldották. Ez a játék, ha nem hülye teljesen a Square Enix, ez a játék már most megtérült. Na most... Én nem tudok, ez a mikrotranszakciós rész, ez egy talált pénz. Így is lehet mondani. Tehát, Nem tudom. Nem hiszem, hogy nálunk van a net probléma, csak látom, hogy többen mondjátok, hogy van szaggatás. Most nézem az OBS-t, és nincsen egyébként drop frame azóta, úgyhogy nálunk nem hiszem, hogy van ezzel gond. És a gép sincsen leterhelve, úgyhogy ennek mennie kellene. Viszont azt írta valamelyikötök, hogy a Twitch-nél van egy elég komoly probléma, hogy tegnap óta szarakodik. Úgyhogy emiatt a Twitch nevében is elnézést kérek, bár nem tudom, miért én cipelem mindenkinek a keresztjét. A legrosszabb esetben YouTube-on úgyis fenn lesz újra majd az adás, és akkor ott vissza tudjátok nézni azt a részt, ahol szaggattunk. Napok óta retek a Twitch, jaj, de jó. De egyébként jó, hogy örülök annak, hogy a Twitch egyébként leszokta venni ezeknek a... Amikor megtiszteltek minket ezekkel a szubokkal, hogy ennek úgy leveszi a sápját, de azért a kurva szervereket nem képesek rendben tartani. Teszem hozzá az Amazon szervereket. Hát, mert azok tőle... Hébe-hóba. Persze, tehát ez egy kis szolgáltató, azért nem várhatod el. Persze. Majdnem, akkor a rutin meg lesz. Meg az évek. Na az. Ha már évekről beszélünk, nem tudom, hogy jön ide. Ja, igen. És akkor végre beszéltünk arról, amire a műsor elején akartunk. Aha. Na az van, hogy ugye megnéztük az Uncharted filmet, és az Uncharted filmet, aki látta, nem tudom, van-e köztetek ilyen szerencsés, aki már látta, azóta egyébként most nagyon kell szerencse, csak el kell menni. Tegnap óta vetítik, nem? Valahogy úgy. A lényeg az, hogy a PlayStation Productions-t létrehozták azért, hogy felügyelje a jövőbeli PlayStation játékoknak az adaptációját. És ez egy tök jó dolog, hogy gazdája van ennek a projektnek. Na most, hogyha megnéztétek az Uncharted elején ennek a PlayStation intróját, ez nagyon-nagyon hajaz a Marvelére. Nagyon sok karakter jelenik meg, nem kell zseninek lenni az ember, lássa, hogy ez a PlayStation Productions, ez nem az Uncharted miatt jött létre. Ez nagyon sok játéknak a jövőbeli adaptációját fogja felügyelni. Ott találtunk Ratchet & Clank-et, Jak and Dextert, God of War-t, mindent. Hát gyakorlatilag hasonló a PlayStation Productions intrója, mint a PlayStation Studios-é. Ez a baj, nagyok az elvárásért a Twitch-ben. Na és a lényeg az, hogy az a hír járja, hogy valószínűleg a Jak and Dexteres ötlet az nem is annyira légből kapott, mert nagyon nagy esély van rá. Egyébként pont az a rendező, aki Ruben Fleischer, aki rendezte az Uncharted-et, aki ugye előtte a Venomot is rendezte, hogy ő meg fogja nyerni magának a Jak and Dexter adaptációt. Igen. Egyébként tök vicces volt, mert pont amikor kijöttünk a filmről, a film egyébként jó lett,
szerintem meglepően jó lett, én nagyon élveztem. Zolinak is tetszett, ki van már a kritikád, ha jól tudom. Úgyhogy azt nézzétek meg, ott beszél arról is, hogy miért, tehát, hogyan lehet egy jó játékadaptációt elkészíteni. És beszélgettünk róla, hogy mik lehetnek azok a projektek, amik majd követhetik ezt. Uh-huh. És azért is volt pozitív egyébként az Uncharted, mert ugye elég hányattatott sorsú volt. Tehát 3 hónap alatt forgatták az egészet, a költségvetés mondjuk annyira nem volt, az 120 millióból készült, de nyilván voltak azért már ennél nagyobb költségvetésű filmek is bőven. És most ezzel lehet vitatkozni, hogy valaki szereti a Tom Hollandot, vagy nem, meg hogy ő mennyire Nathan Drake, de szerintem korrekt lett a film. Uh-huh. Nekünk tetszett, tehát felülmúlt az elvárásainkat, mondjuk azok viszonylag alacsonyabb voltak, de mondom, szerintem teljesen élvezhető lett, és akkor beszélgettünk arról, hogy mi lehet a következő, amit majd adaptálnak, úgy, hogy arra mondjuk hasonló költségvetés lesz, vagy akár több költségvetés lesz, meg normális forgatási idő, tehát nem kell sietni, meg hasonló dolgok, és akkor bedobtuk mi is pont a Jack and Dextert. Én biztos nem, szerintem te voltál. Valószínűleg. Lehet. Hát arról beszéltünk ott a God of War-ról, amit szerintem nem úszunk meg, bár oda nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy kit fognak castingolni Kratosnak a szerepére, de hogy a God of War-ba biztos csinálnak, az a 100%. Ugye azt tudjuk, hogy a Last of Us sorozat az készülget, aztán HBO Max-ra fog jönni. Igen. És az valószínűleg jó is lesz. Tehát, hogy ott is az előzetes infok alapján úgy tűnik, hogy azért az jól össze lesz rakva. Meg mostanában ezek amúgy is mennek. Na mindegy, és akkor utána jött a hír, hogy igen, úgy néz ki, hogy megnyerte ugye a rendező a Jack and Dextert is, azt még nem tudjuk, hogy élőszereplős és vagy pedig animációs lesz-e, de azt már például tudjuk, hogy nem fogjuk megúszni, mert Tom Holland már bejelentkezett, hogy ő Jack szerepét azt így vinné is. Jó. Ebben az esetben viszont, ha animációs lesz, akkor tök mindegy, mert csak a hangját fogja adni. Amit meg úgyis felül fognak szinkronizálni egy kis hazánkban, úgyhogy tök mind. Ez meg a másik. Ja. Egyébként egész tűrhető lett a szinkron az Uncharted-en. Annyi, hogy van egy pár vicc, ami nem jön át, viszont szerintem csináltak olyat is, ami meg az eredetben nem volt benne. Persze. Tehát a szarszó viccekkel egyébként teli van. Zoli az így nézte a filmet, hogy hallottad? Hallottad? Balázs meg a szemeit forgatta, úgyhogy nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Tehát például van benne egy kereszt, és akkor ezzel legalább 30-szor eljátsz, hogy kereszteződés, meg keresztet vethetünk rá, meg az ilyenek. Keresztkérdés, meg... Tehát nagyon-nagyon jó. Na mindegy, úgyhogy Jack and Dexter. Ja, és igen, és akkor itt kötném vissza a Naughty Dogra, hogy én ezért gondolnám, hogy a Naughty Dognak egyébként a harmadik projektje az Jack and Dexter. Egyrészt, mivel egy ilyen platformen játékot azért viszonylag kisebb vállalás összerakni, másrészt eredetileg is Naughty Dog cím, harmadik pedig az, hogy az Uncharted-del ellentétben azért egy Jack and Dextert beküldeni úgy a moziba, hogy nem előzi meg játék, és az utolsó játék is 10x éve jelent meg, az szerintem merész. Ez a Ratchetnél se sikerült, pedig az ugye folyamatosan jött, mármint a játékok. Úgyhogy én erre tudok gondolni, hogy ott lesz egy új generációs Jack and Dexter játék, vagy akár remake, a két rész plusz az autós játék van, vagy 3 rész volt, valahogy így. Talán 3. És tehát remake vagy reboot, és akkor mellé pedig a film. Mert szerintem azt azért fel kell vezetni. Tehát köztudatba kell hozni megint egy kicsit. Egyébként alapvetően, ha csinálnak belőle, nem tudom mennyire családbarát mondjuk a Jack and Dexter ilyen szinten, de azért az animációs filmek nem szoktak olyan nagyon gyakran bukni. Én attól tartok csak, hogy legutóbb, amikor ilyen endes címet adaptált a PlayStation, az a Ratchet & Clank volt, és az úgy eltűnt, mint Fing a szélben. Tehát én kicsit tartok attól az animációs filmek, hogyan fognak sikerülni. Így, hogy a PlayStation Productions lesz mögötte, valószínűleg jobban fog egyébként sikerülni, de én egy picit tartok tőle, ne legyen igazam. És nem azt mondtam, hogy predestinálom arra, hogy szar lesz, azért tisztázzuk ezt, de remélem, hogy nem jut a Ratchet & Clank filmnek a sorsára. Legyen igen, úgy. Igen. Még annyit, hogy itt is, meg majd kommentekben is írjátok le, hogy ti például melyik franchise-ból várnátok, akár filmet, akár sorozatot. Ugye itt tipikusan egyébként vannak olyan címei a Sony-nak, vagy a PlayStation-nek, amit szerintem nagy vászonra való,
és abszolút vannak olyanok, amiknek a kifejtéséhez pedig sorozat kell. Tehát a Last of Us-ból szerintem nem lehetett volna, nem azt mondom, hogy jó filmet nem lehetett volna forgatni, de ott a karakterek és a történet kibontásához kell az, hogy mondjuk egy 8-10 részes sorozat ott legyen. Úgyhogy az szerintem jó döntés volt. Mint ahogy az Uncharted-ben meg szerintem nincs annyi, hogy sorozatot csináljanak belőle, max ilyen nagyon gagyizós, tehát ilyen ifjú Indiana Jones vagy valami ilyesmit tudnék elképzelni, viszont szerintem filmként azt meg tudott működni. Tudod, mi az, ami felmerült bennem? Hogy lehet, hogy valahol, valamikor volt egy vagy nagyon elszállós, vagy egy történetesen tiszta pillanata a Sony vezetőségnek, és fölmerült bennük, hogy te bazd meg! A Disneynél ott van a teljes Marvel repertoár. Nálunk meg itt van a teljes PlayStation repertoár. És mind a kettőnek óriási közönsége van. Ott a Marvelnek, nálunk meg a PlayStationnek. Hát a faszért nem adaptáljuk ezeket mozivászonra, ugyanúgy, hogy a Disney adaptálja a Vasembert, meg az Amcsikapcsit, meg a többit. Csináljuk meg! Jó, mondjuk kurva nehéz lesz közös univerzumot csinálni a Ratchet & Clankből meg a God of Warból, de viszont önálló, film, tehát önálló filmként szerintem ezek teljesen működhetnek, főleg, hogyha mondjuk ugyanazzal a szemléletmóddal dolgoznak. És ilyen témformán el tudom képzelni, hogy a PlayStation Productions hasonló intézményesített szerepet tölthet be az ilyen adaptációk fölött, mint mondjuk egy Kevin Feige a Marvel Cinematic Universe-nél. Igen, igen. Hát én nagyon reménykedek. Igen, itt írtátok a Bloodborne-t, szerintem a Bloodborne-ból kurva jó filmet, vagy nagyon hangulatos filmet lehetne csinálni. Sötétet, tehát annak, meg nehéz filmet. Olyan látványvilága van, hogy abból szerintem jó filmet lehetne. A Horizon Zero Dawn-nal az a probléma, hogyha te ott nem gagyiba akarod megcsinálni ezt a félig meddig ilyen skifi settinget, akkor kurva sok pénzt kell rákölteni, és szerintem azért a Sony-nak azért a filmei nem a brutális költségvetéséről híresek. Most magamra haragítottam az összes Horizon rajongót. Jó, de tehát a sztoriát se ismered, de én már... Nem. De egyébként. Az a Horizon, amit te szeretsz, abban csak pajták vannak. És azt is külön meg kell venni. Igen. Leszpoilerezem magam. Úgyhogy igen. A Silent Hill az egyébként, ha jól tudom, az szintén Sony is, tehát a Sony-n keresztül ment, nem? A Silent Hill-nak az első része. Nem tudom, én mindig Horizon-es poénot arra. Ja, oké. De talán ezt pont megnéztük egyébként utána, mert beszélgettünk róla, hogy mik voltak jó játékadaptációk, akkor előjött a Silent Hill. Jó, azért én mindenkinek javasolnám, hogy nézze újra azt a Silent Hill-t. Saját videódban hoztad fel pozitív példát. Mert maximálisan pozitív példa, de azért nem úgy, hogy amikor azt mondják, hogy jó adaptáció, akkor kapásban azt mondják, hogy Silent Hill. Tehát, hát miért? Mit mondasz kapásból? Most már így, hogy megértem ezt a pénteket, azt mondanám, hogy az Uncharted. De egyébként, mint tudom, egy kis lazulással azt mondanám, hogy szerintem a Prince of Persia egy tök jó adaptáció. Az merész. Nem jó film egyébként, tehát ha jó filmet mondanak, nem a Prince of Persia jut eszembe, de hogyha egy jó játékból készül filmadaptáció, akkor a Prince of Persia szerintem teljesen decens. Őszintén ennél jobban nem nagyon lehetett volna, úgyhogy ne ugorjon a vászonról a végeredmény. Szerintem az tipikusan az a játék, ami Tomb Raider. Nem biztos, hogy jó ötlet volt filmre adaptálni. De menjünk tovább. Hova sietsz? Oda. Minek? De nagyon rákorom, mert érne a Microsoftra. Jó, de azt nem nézted, hogy a Microsoft után egyébként olyan rohadt sok hírünk nincsen, tehát hogy most átrobogunk ezen ilyen, na jó, azért van. Jó, rendben. Meg van egy pár hír, amit szeretnék duzzogni. Hogy azon nagyon, egyet tudok, amit nagyon akarsz duzzogni, az legyen több hír, amit, na mindegy. Térjünk vissza egy visszatérő témához. Mégpedig ahhoz, hogy... De múlt héten is beszéltünk erről. Igen, csak múlt héten feltételes módban beszéltünk arról, hogy mit vehet még meg a Sony. Most már annyival beljebb vagyunk, hogy tudjuk, hogy pontosan mennyi pénzük van rá. Null. Hozzáteszem, hogy ez az összeg, amiről beszélni fogunk, ez a Sony-nak a teljes ilyes... tehát a teljes akvizíciókra szánt összege, ami maradt. És ez nem csak ezt nem csak a PlayStation használhatja fel. Kimegyek egy cigire, hogy kiröhögöd magad? Maradj csak, megoldom én ezt. Tehát kiderült, hogy a Sony, mondom, a teljes Sony, tehát nem csak a PlayStation része, 17 milliárd dollárt allokált akvizíciókra idénre,
ebből 7 milliárdot költött el eddig, tehát még 10 milliárd dollárjuk van, amit elszorhatnak erre-arra. Ugye itt az is érdekes lehet, hogy a másik 7 milliárd az hova lett, mert ugye tudjuk, hogy 3,6-ért behúzták a Bungie-t, de hogy a többi mire ment el, ezt így konkrétan nem részletezték. Ilyen szokott történni a magyar költségvetésben is, úgyhogy én nem csodálkozom az égvilágon sem. De folytasd tényleg. Tehát viszont a 10 milliárd dollár az így, és valószínűleg ezt mondom nem csak a PlayStation, bár szerintem többnyire a PlayStation fogja felhasználni, ez azért így keretezi, hogy mi az, amit be tudnak majd húzni, tehát innentől nem kell beszélnünk ezekről a dolgokról, amit egyébként is kizárogattunk, tehát hogy a Take-Two-ról, meg Electronic Arts-ról, meg Bandai Namco-ról, meg ilyenekről, hanem ebben nagyjából egy ilyen Square Enix kötője, Capcom jellegű dolog férhet bele, vagy a másik, amit már ugye pedzegettünk a múltkor, az a From Software és az anyavállalata, ugye a Kadokawa-nak a felvásárlása, egyébként abban van a Sony-nak már részesedése, ezt tavaly vásárolt, egyébként pont tavaly februárban az anyavállalatban vásárolt részesedést, tehát hogy alapvetően ez is egy opció. Ugye felvetettük pont múlt héten, vagy nekem volt egy ilyen vad elképzelésem, hogy a CD Projekt Red az teljes mértékben játszhat, ez egy nagyon-nagyon nagy dobás lenne, illetve azt hiszem YouTube-on jött kommentként, és tök igaz, hogy még a Remedy is benne van a pakliban. Skinekkel? Nekem nem. Az egyértelmű, hogy a Microsoftnak sem, viszont azt valahonnan hallottam, nem tudom, hogy mintha dolgoznának most valami PlayStation-es játékon, vagy nem tudom, a Remedy, nekem rémlik valami ilyesmi, meg őszintén szólva maguk vannak. Tehát, de jó, de őket szerintem azért apró pénzért be lehet húzni. Én úgy hallottam, legalábbis megbízható források azt mondják, hogy egy japán kiadónak az akvizíciója szinte biztosra vehető. Egy japán kiadónak? Uh-huh. Kiadónak? Kiadónak. Kiadó per... De tehát valószínűleg, hogyha a fejlesztő csapatot vesznek, akkor kiadóval együtt. Ezt a From Software miatt mondom. Tehát ez azt jelenti, hogy vagy, tehát játszhat Sega, Konami, Square Enix, Capcom, meg ugye a Kadokawa a From Software miatt. Na most ebből én a Sega-t kizárnám. Én őszintén szóval, akkor gond nélkül tudom képzelni Konami. De a Konami annyira szét van tagolva, hogy amiatt a 3 IP miatt nem érnék meg ezt a 4 milliárd dollárt, amivel kerülnek. Igazából a Bungie-t is áron felül vásárolták meg, úgyhogy... Csak a Bungie-ban van potenciál. A Konamival te nem nagyon veszel normális fejlesztőket. Tehát ott IP-t vásárolsz. Annyit meg szerintem nem ér. Meg mit csináljanak a... De ezt hol hallottad egyébként? Nem más kell... Más talán kell... Jason Schreier írta ki. Akkor lehet Twitterre. Benne valami. Utána fogok nézni. De... Nem minden pénzt a Square... Vagy a áttételes ember, ugye kifizetni ki tudnák az, hogy mennyire lenne bukó. És azt mondod, hogy ebből 10 milliárdból hetet már elpattintottak? Nem, 17 milliárd volt a teljes költségvetés. Ja, és abból hetet, tehát így, a... így számoltam ki. És mi vagytam? Matematikus? Matematikus. ja, tehát a 10 milliárd dollár. És mondom, ezzel nem csak a PlayStation gazdálkodik, de szerintem bőven a... Ha azt nézzük, hogy eddig hogyan osztott ez meg, és ugye a 7 milliárd elköltött lóvénak a nagy része az ugye elment a Bungie-ra, akkor ennek a fele az nagyjából ez a... Én Capcomot vagy Square-t mondok. Vagy ugye a From Software-es bevásárlást. De... Kivásárolnak a From Software-t a Bandai alól? Nem, most mondtam, a From Software az a Kadokawához tartozik, a Bandai csak kiadó. Értem, csak ja, mondjuk jó, hogy semmilyen kapcsolatban. Nincsen, tehát ott csak kiadói szerződésük van. Uh-huh. És olyan szinten megadná magát, mert a From Software játékok jogainak a fele, a Bloodborne meg a Demon's Souls, az amúgy is a Sony-nál van. Hát, hogyha most az Elden Ringnek a ázsióját vesszük, akkor simán elkezdődik a From Software. Az rettentő sokat ér. És tudod, hogy mi vetítheti még előre ezt a From Software-es dolgot? Ne. Hogy az Elden Ring megjelenése előtt a semmiből hirtelen kijött egy cikk, amiben a Sony belsős fejlesztői, tehát a belső fejlesztő csapatainak a vezetői listázzák a kedvenc Souls-like bossaikat. Ezt így kidobták. Tehát elmondja a Naughty Dognak a főnöke, meg a Insomniaknak a főnöke, mindenki így kiírta, hogy melyik a kedvenc From Software játéka a slash bossa.
miért csinálnának ilyet egyébként? Akkor is, ha viszont tényleg behúzzák a From Software-t, na, az még odabaszhat. Tehát ha azt mondják, hogy alapvetően ugye a Souls széria amúgy is izének indult, exkluzívnak, tehát nem lehetne azt mondani, hogy mi most tesszük exkluzívvel, mert ugye a Demon's Souls exkluzív volt, a Bloodborne exkluzív volt. És nyilván ez nem zárja ki mondjuk a PC-s megjelenést. De a From Software-t és az egész Souls szériát behúzzák így maguk alá, az durva lehet, és kiadásban viszont nem akkora. Tehát én abban mondjuk több értelmet látok, mint egy Bungie felvásárlásban, de lehet, hogy ez csak én vagyok. A Bungie az hamarosan egyébként terítékre kerül, hogy mit látunk még ebbe. Én őszintén szólva annyira figyeli most a piac ezt a területet, ez szerintem egyébként záros határidőn belül hallani fogjuk, hogy mit vett a Sony. Szerintem ez egy hónapon belül megtörténik. Hát csak januárban két bevásárlás már napvilágot látott. Szerintem, ha ilyen tempóban haladunk, akkor én el tudom képzelni, hogy március végéig meg fogjuk tudni, hogy mit vett a Sony. Nagyon hamar ki fog derülni, mert ezt majd kommunikálják nagyon-nagyon gyorsan. Ugye a Micro szerintem még fejlesztő csapatot vehet idén, de ugye pontosan amiatt, hogy mekkora mértékű az Activision Blizzard felvásárlás, én kiadó akvizícióra nem gondolnék, már csak ugye a trösztellenes dolgok miatt sem, de meg szerintem ők azt nem bolygatnák. Tehát pont most volt hír arról egyébként, hogy teljes egészében meg lett torpedózva az Nvidia-nak az ARM akvizíciója, tehát az már 100%, hogy nem megy végbe. Ja, az külső nyomásra nem jött össze? Azt igen, nem hagyták jóvá. Úgyhogy én azt mondom, hogy meg nyilván nem is kell, tehát azért 70 milliárdot most így elérgetett a Micro, Activision Blizzard, az még jó ideig fogunk róla beszélni. A Sony-nál meg igen, benne van. És hogyha még lenne egy ilyen nagyobb dobás, akkor az ez lehet. És szerintem igen, amit te is mondtál, nem, hogy idén én megkockáztatom, hogy ez ki fog derülni nyárig. Hogy utána már lehessen demózni esetleg azokat a projekteket, amit ezzel behúztak. Hát szerintem egy ilyen tavasz eleje. Pont azért gondolom ezt, mert hogy... Tehát a sok kommunikáció azért nem csúszhat össze, tehát hogyha ezt a Sony be akar jelenteni, akkor az lefut, és utána rá kell majd fordulni azoknak a dolgoknak a kommunikációjára, ami egy ilyen akvizíción túlmutat, tehát ami más is van tarsolyban, és akkor itt fordulunk rá a következő hírünkre, hogy a Sony elrajtoltatta a PlayStation VR 2-nek a weboldalát. Így van. Amit megnéztünk végül is. Mit a weboldal? Én megnéztem. Van rajta bármi részlet? Nincs. Jó, akkor erről ennyi. Tehát igazából csak feltöltötték média tartalommal a PSVR 2-nek a hivatalos weboldalát. Ugye azok vannak fönn, amiket már tudtunk, tehát hogy fog kinézni a kontroller, milyen felbontású lesz az eszköz, nagyjából mit fog tudni, de semmi sem részletekben menőleg. Elkezdték a PR-ját, a marketingjét. Én ugye anno azt mondtam, hogy idén nyárra teszem a PSVR-nak a megjelenését. Ez adott esetben csúszhat, hogyha nem tudják úgy gyártani, de ha meg azt vesszük, hogy a PlayStation 5 felhasználókat kell kiszolgálni, akkor azért nem kell ebből brutális sokat. Tehát, hogy van most egy 17-8 milliós PS5 felhasználói bázis, ennek mondjuk 10%-a fog PSVR-t venni megjelenéskor, talán. És az már úgy nem is lenne egy rossz kezdés. Úgyhogy szerintem nekik is céljuk, hogy minél hamarabb elrajtoltassák, ugye most már egyre több mindent tudunk meg róla, most már láttuk az első komolyabb projektet, vagy abból részletet, ugye a Call of the Mountain, a Horizonnak egy ilyen mellékvágánya, az úgy jól néz ki, az a 10 másodperc, amit mutattak belőle. Én várom egyébként, tehát hogy most már szerintem lépett annyit technológiailag előre a VR konzolon, hogy használható legyen. Én változatlanul azt mondom, hogy idén nem lesz PlayStation VR 2. Úgyhogy nem azért, mert negatív vagyok, ezt pár adással korábban már kifejtettem, szerintem amíg nem tudják normalizálni a PS5 gyártást, hogy az rendesen jöjjön és el tudják vele rendesen látni a piacot, addig nem fognak egy plusz egyedik kiegészítőt gyártani, de teljesen más állásponton vagy. Mondom, valamelyikünknek a jóslata be fog jönni, én úgy gondolom, hogy nem. Hát én csak azért gondolom, mert ha nem is olyan nagyon jó a kihozata, pont amiatt, hogy a PR, tehát hogy marketing szempontból szerintem adná magát. Tök jó lehet marketingelni, hogy van egy ilyenjük.
Másrésztről, mert ki kell zúd, tehát hogy aktívan fejlesztenek azért most már PS Studioson belül is több VR játékot, nagyobb volumenű VR játékokat, pont azt, amit az előző generációban hiányoltál, hogy igazából nem volt nagy VR megjelenés, vagy nem annyi, és mire azok a játékok megjönnek, azért piacon kéne lennie legalább egy 1-2-3 millió PlayStation VR-nak. A játékot nem tudják tartani, most egy évet csúszik, vagy nem, tehát most az nem egy gond. A játékot szerintem nem annyira problémás egyébként legyártani, mint magát a hardware-t ellogisztikázni, meg úgy összerakni, hogy tényleg az úgy faszán működjön, és nem mellesleg. Hát itt most ugye a gyártás a probléma, nem is annyira az eladás, mert a vevőkör adott. Több PlayStation-t adnak el, mint ennyi idő alatt bármikor korábban. Még úgy is, hogy nincs. Tehát működne, meglátjuk a gyártósorral, mi lesz a helyzet, de akkor én rátérnék itt az utolsó PlayStation-os hírünkre, jó? Jó. Ami itt van, ez igazából nem is annyira forráshoz kötött hír, inkább csak egy érdekesség, hogy ugye szó volt arról, hogy a PlayStation 2026-ig 10 live service játékot szeretne launcholtatni, ami igazából ez csak úgy önmagában egy pusztába kiáltott szó mindenféle konkrétum nélkül, viszont én nézegettem a híreket, a hírportálokat, és láttam egy tök jó összegzést arról, hogy körülbelül mik lehetnek ezek. És ebből 6-ról tudunk már nagyjából valamit, ami az eléggé biztató így a korai időszakban, legalább az, hogy kik dolgoznak rajta. Az egyik ugye az, amit már a mostani podcast elején is mondtunk, és már többször hivatkoztunk rá, ez az, hogy a Naughty Dog dolgozik egy valószínűleg live service alapú The Last of Us multiplayer játékon. Jó eséllyel ez már ennek a szellemiségében születik meg. A másik, ami érdekes, ami engem nagyon meglepett, a Bungie-nak a játéka, de nem a Destiny. Én azt hittem, hogy a Bungie-t azért vették meg, hogy a Destiny legyen ennek a portfóliónak az egyik ilyen live service játéka, ami egyébként lehet, hogy így van, de sokkal érdekesebb, hogy állítólag a Bungie jelenleg dolgozik egy játékon, Matter Code néven, és... Anyag. És egyébként azt hiszem a Destiny is Destiny Code néven készült, úgyhogy lehet, hogy Matter néven fog kijönni végül ez a játék. És könnyen elképzelhető, hogy erre, amit te is mondtál múlt héten, hogy ránézett a Sony a készülő játékra, és azt mondták, hogy jó, mennyibe kerül? Ennyi, akkor jöttök hozzánk. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez lesz a másik live service játék. Mondom, lehet, hogy ez úgy hat, hogy valójában 7, és a 7. az a Destiny. A harmadik játék, amit felvetettek, az új Twisted Metal, amit te is mondtál. Azt tudjuk, hogy az abszolút live service lesz. Hogy az live service alapokon megy, most éppen nem tudom, kik fejlesztik a... Hát ugye izéktől elvették. Akik a Destruction All-Stars fejlesztették, tőlük elvették, mert a szar lett. Igen. És nem is tudom, ki kapta meg. Mindegy. Azt tudom, hogy valami normálisabb stúdió. Van egy érdekes befutó egyébként, ez a Deviation Games. Ezekről nem tudom, hallottatok-e? Nem ők azok, akik most rakják össze a csapatot, és FPS fejlesztenek? De az E3-on léptek színpadra. Igen. Az E3-on léptek színpadra, és ennyi volt, hogy hello, mi vagyunk a Deviation Games, két fazon volt kint a színpadon, és mondták, hogy tök újak vagyunk, egyébként a már veteránok, tehát már dolgoztak ezen azon. Battlefieldet fejlesztek. És azt hiszem, és már készül az új játékuk, annyit lehet tudni, hogy egy újfajta megközelítésű FPS lesz. Fontos, hogy FPS, a Sony-nak nincsen FPS-e, jelenleg a portfóliójában. Destiny. És most már van a Destiny. És a Deviation Games ezen dolgozik, valószínűleg ez is bele fog simulni a mostani live service vonalba, tehát ez eddig 4, hát ha beleveszünk a Destiny-t, akkor 5. A másik a Haven Studios új játéka. Ez Jade Raymondnak az újonnan alapított cége. Lehet, hogy most már befejezett játékot. Igen. És ugye ezt már lehet tudni, hogy ők is új játékon dolgoznak, és hogy ez kifejezetten a PlayStation-nek készül. Annyit árult el róla, nagyon-nagyon fontos, és ebből rengeteg mindent meg fogtok tudni a készülő címről, hogy törődő környezet várja majd a játékosokat. Mi a szart jelent? Na hát ez egy jó kérdés. Hogy olyan játékot akarnak, amiben a játékos egy törődő környezetben van. Tudod, mit jelent ez? A live service-t. Szerintem. Hogy majd jönnek az update-ek. Na mindegy, úgyhogy valószínűleg... Kórházban fog játszódni. És törődnek a nővérek veled. Uh-huh. Leápolnak, tudod, ott vagy a merevítőben, és akkor jönnek. Ennyi minden pornójátékon dolgoznak. De mindent ide vezetsz ki. Hát mert minden erről szól. Na mindegy, tehát ez lesz a Haven Studios új játéka, egy ilyen törődő környezetes valamilyen cucc.
És a végén pedig az, hogy a Sony Japan dolgozik még elvileg. Már az nem létezik. Mi? A Sony vagy a Japan? Sony Japan Studios már nincs, Team Asobi van. Akkor az. De ők meg ezért csinálnak a... Nem tudom, én azt mondom, hogy Sony Japan-t olvastam. Mi az Isten a kis ugra-bugra szar, amivel demozták a DualSense-t. Little Big Planet? Nem, nem. A kis robot. Astrobot, igen. Az a Team Asobi. De szerintem a Sony Japan mint olyan már nem létezik. Meg kell majd nézni, de van nekem a Sony Japan volt felírva. Aztán majd kiderül, de egyelőre a live service játékokon valószínűleg ezek a csapatok dolgoznak. Azért is tartom valószínűnek, hogy ebben a szivárgásban lehet valami, mert ha ezt tényleg 2026-ban ki akarják adni, és szeretnék fenntartani a minőségi játéknak a látszatát, akkor ezeknek a játékoknak már fejlesztés alatt kell lenniük. Hát az Twisted Metalról tudjuk, hogy ez így van. Szerintem a Naughty Dog játék az, ugye, mint mondtam, az nyáron jön. A Bungie az szerintem most fejleszgetheti a Matter-t, és ha nem ez lesz a neve, akkor itt doesn't matter. Anti-anyag. It doesn't matter. A Deviation Games az ugye még bőven csinálgatja a játékát, de még Higher-ről, tehát még rakják össze a stúdiót. Higher-ről? Ez jut eszembe hamar. Toboroz? Semmi? Jó, akkor toboroz. Nem, miattam ne változtass sem. A Heaven az meg picike stúdió, tehát hogy ott szerintem még megint csak a nagyon az elején vannak. A Team Asobiról tudunk, hogy ők ugye az Astrót azt csinálják tovább, tehát azzal hosszú távra terveznek. Bár szerintem ott a következő, ami ki fog jönni, az a új, tehát a PSVR-hoz fog egy Astro kijönni, mert ugye az előzőhöz is volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy abból tőlük fogunk látni a játékot a launchra. Na kiadnak valami jó játékot, azt robot. Ja. Na, menjünk tovább. Szándékosan. Úgy se hagynak béken. Térjünk rá Microsoftra. Térjünk rá Microsoftra. Alig várod. Tehát Zoli, itt vannak a Microsoft hírek, és Zoli már azt nézi, hogy mikor jön az, ami a reflektor eleje óta arról akar beszélni. Tehát én jobban jártam volna, hogyha hagyom, hogy minden előtt arról beszéljen, mert akkor utána tudott volna figyelni. Így viszont nem tud másra figyelni, csak hogy mikor jön az a szekció, amiről szeretne beszélni. Hát én elmegy a kedvemtől. Utána 10 perc utána be fogjuk zárni a reflektort, mert egyébként minden át fogunk csak szaladni. Na az lesz a drop frame, tudod, amikor hú, itt most egy nagy drop frame jön, sziasztok. Na, szóval Xbox szekció, Microsoft szekció fog jönni, nyilván most már ilyenkor itt fogunk beszélni a kodokról, meg Activisionről, meg minden Blizzardról, meg mindenről most ezzel kapcsolatban. Az első hírünk, hogy kizivárgott egyébként, hogy fogtok kapni Xbox Game Pass Ultimate előfizetők a közeljövőben 2 hónap ingyen Hulut. Ritka, mint a fehér Hulu. Igen. De egyébként van olyan sorozat, ami kifejezetten Hulus és egyébként jó? Biztos van egyébként. Mert nem vagyok képben, tehát nem ismerem a Hulunak a portfólióját, úgyhogy ha tudjátok, akkor kommentben írjátok be, kérlek. De... egyébként kurva jó dolog, mert nekem például nincs Hulu előfizetése, mint mondtam, de Game Pass meg van. Tehát, hogyha most megkapom ezért a Hulut, akkor ez tök jó, futurálma, jó. Hát azt most jelentették be, hogy oda megrendelték, nem? Tehát az még nem nézhető ott. Vagy a régi részek azok lehet. The Great, jó, hát ettől se áll fel. Független a The Great. Very big. Mr. Big. Igen, a futurálma az oda fog jönni. Jó, hogyha úgy időzítik, akkor meg jó is lehet. Egyébként nem tudott volna a Micro behúzni valami olyat, ami egyébként úgy van is benne valami? Mondjuk a Paramount Plus-t, ahol adják majd a Halo-t? Az nagyon bonyolult lett volna. Lehet nem tudják, hol adják a Halo-t. Ó, hallod? Akkor most ebbe befűzem. Azt vágod egyébként, hogy lehet, hogy csúszni fog a Halo-nak a premierje, mert a zeneszerző az perli a Microsoftot is, de a Paramountot is? Mert? Mi jogdíjak miatt? Nem fizették ki? Nem fizették ki, de 2020-ban már beperelte a Microsoftot, és most kiterjeszti elvileg a sorozatra is, mert hogy úgy hangzik el benne az ő zené, hogy nem jelölték meg. Nem kapott semmi kreditet. És nem tudják oda rakni így a végére? Nem tudom, szerintem most vagy az lesz, hogy a Micro meg a Paramount kifizet egy jelentősebb összeget erre, valószínűleg egyébként ez lesz, bár hogyha erre hajlanának, akkor ez 2020 júniusa óta megtehették volna, de bazd meg! Hogy lehet egy ekkora takonyra rárépni? Hát, ez mi a
fasz. Ugye kurva sok gond volt a Halo forgatása körül, ugye csúszott is rengeteget, meg ott is a rendezők váltattak egymást, nem akart nagyon befejeződni. Hát annak valami 2 éve meg kellett volna megjelennie? Már elég régóta. Hát a generáció, a múlt generáció elején jelentette be a Steven Spielberg ugye ott a nagyvásznon. Az nem 2013-ban jelentették be az Xbox One-os konferencián? Hát ha az volt a launch partner, mert ott volt igen. A TV, igen, tudom, igen, igen. És ott jelent, akkor ez már 9 éve készül, vagy nem azóta készül, de akkor jelentették be? Hát azóta lement egy generációja. Ja. Fú, na akkor simán benne vagy, csak benézték és elfelejtették kifizetni. De hogy, mi az a forgatási, mi az a produkciós eljárás, ahol elfelejtett kifizetni a jogtulajt? És nem is arról van szó, érted, hogy a production designerből, mondjuk a 30 emberből egy munkáját nem fizetett ki. Hát történetesen a zenéért felelős embert, akinek a anyagát folyamatosan használod a promóciós kampányban is. És tök véletlenül ugye elcsúszol egy ilyen banánhéjon elfelejtetted kifizetni. És nem csak te, mint Paramount, hanem mint Microsoft a 2020-as promóciós kampányban is ugye elfelejtették valahogy úgy. Hogy hopp, azt meg mi ezért nem fizettünk. Jelent, hoppá. Több embert se fizettek ki, csak azok még nem perelnek. nem tudják, hogy jönnék el a Microsoft. Lehet, hogy ők még ott vannak a forgatási helyszínen, de befejeztük már, hogy tudod, fel a bagázs elpakolt, de hát az mindennapos volt tudod, a forgatás alatt, hogy jöttek, mentek az emberek, ez 3 lakókocsival kevesebb van. Oda mentek, bocs, beszélhetnénk, most nem érek rá, mondjuk 2 éve nem perelünk. Igen. Ez azért érdekes. Jó, hát van gond a Halo sorozat körül. Reméljük a sorozat jó lett, ettől függetlenül. A trailer az jól néz ki, csak hogy lehet ilyenekre rá lépni? Módosítják néma filmre. Ja, ami a Twitch-en fogják sugározni, az úgyis lebassza a hangot. Csinálnak fekete-fehér áttetszést, tudod, és akkor... Néma film kell lehagyni. Ha egy kicsit szarad a kép, még autentikus is lesz. És visszarepülünk a 40-es évekbe. Így van. És ha már visszarepülünk időben, akkor beszéljünk a Platinum Gamesnek a szándékairól, ugyanis a Platinum Games jelezte egy dacára annak, hogy a Microsoft úgy döntött, hogy ő mégsem kér a Scalebound-ból, hozzáteszem egyébként, ezt talán már mondtam nektek, én kint voltam azon a Gamescom-on, ahol bemutatták a Scalebound-ot, volt szerencsém látni, hát abban szerintem semmi köszönet nem lett volna, hogyha megjelenik, borzasztóan nézett ki, és nem csodálom, hogy a Micro azt mondta, hogy köszi, ez még nekünk se. De a Platinum Games-et úgy látszik, hogy nem zavarja, úgyhogy ők jelezték, hogy szeretnék feltámasztani a Scalebound-ot. Ez, aki nem emlékszik rá, ez egy ilyen nagyon-nagyon japán ízlésvilágú, ilyen headsetben ugrál egy csávós, sárkányos, kaszabolós, ugrálós. Hát olyan volt, mintha a Devil May Cry-t keresztezted volna, az a, mi volt az a borzalmas PlayStation 3-as motion controlleros sárkányos játék? Heavenly Sword-ra nem. Nem, a Lair. Tényleg volt a Lair? A Lair. Tehát olyan, mintha a DMC-t keresztesztétek volna a Lair-rel. Nagyjából így kell képzelni. Fú. Viszont, na mindegy, tehát a lényeg házal a Platinum Games-szal Scalebound-dal, mert elvileg nagyon-nagyon, nem azt mondom, hogy jól haladtak a fejlesztése, hanem előre haladott állapotban volt a fejlesztés. Ugye ez még Prevgerre jött volna. Hát igen, az ott már játszható volt a Gamescom. Bőven. És egyébként, majd beszélünk rá, hogy elég érdekes nyilatkozatai vannak mostanában a Platinumnak, na mindegy. És egyébként azt mondta, azt hiszem a talán vezetőfejlesztő, hogy Phil, ezt most neked szánom. Tegyük össze, amink van, és akkor hozzuk össze. Legyen meg, legyen Scalebound. Gondolom azon felelkesülve, hogy ugye a film múltka bedobta, hogy az Activision felvásárlással egy csomó régebbi címhez hozzányúlnának. Úgyhogy most ennél régebbihez gondolom, mint a Scalebound. Ezt meglavagolva, vagy akkor, hát akkor ezt is. Mondjuk szerintem egy State of Decay 3 mellé elférne bőven. Ami aggodalomra adhatok ott, vagy ami miatt én nem feltétlenül karolnám ezt fel, és majd mindjárt beszélünk arról is, hogy miért nem mehetnek ezzel házalni máshová. Nagyon egyszerű az oka. A Scalebound jogai a Microsoftnál vannak. Tehát a Platinum Games maximum befejezheti. De akkor miben bízik a Platinum Games? Hát egy kis, hát a csúran cseppen abból a pénzből oda is egy picit. Nem arról van szó, hogy a Platinum Games szeretné, hogyha ők is rákerülnének a Microsoftnak a bevásárlási listájára? Lehet. De ők a Square Enix alá tartoznak. De akkor lehet, hogy jelzik, hogy őket is vegyétek már meg, és akkor befejeznénk a Scalebound-ot. Hát annyit azért bőven nem ér.
Ezt ők nem tudják. A Scalebound se ér ennyit. Nem. Ők most azt is mondták egyébként, hogy senki ne játszol, nem sarkítok, de azt sokszor csinálom egyébként. Legtöbbször meg is kapom értem magamért utána, de mindegy. Belefél a műsorba. Tehát, hogy addig ne játszatok a Bayonetta 3-mal, amíg az első két részt nem játszottátok ki. Ez ki volt? Platinum. Ezt mondták? Hát mert ugye ők fejlesztik a Bayonetta 3-ot. Hozzáteszem, Bayonetta 3 only Switch. Nem te mondtad meg, mit csinál. Sőt, azt hiszem, mert a második rész is Nintendo exkluzív volt. Nem, az első rész, azt tudom, hogy még volt PlayStation 3, de... Igen, a második azt szerintem már exkluzív volt, ha jól emlékszem. Igen. Tehát vannak ilyenek. És mellette meg olyan trágyadombokat fejlesztenek, mint a Babylon's Fall. Úgyhogy mindegy, érdekes. Szerintem egyébként, én viszonylag kevés esélyt látok arra, hogy befogják, tehát hogy adnak nekik a nyilvét, hogy befejezzék a Scalebound-ot, vagy átdolgozzák. Adri, tudom, hogy nem nézed a streamet, de nézd rá a komment falra, mert jött neked egy dicsérő komment. Bocsánat, egy kicsit off voltam. Jó, ez Adri volt. Na, akkor viszont vonuljunk át egy érdekes dologra. Ez... Most már ideje lenne egynek, nem? Ez egy Activision Blizzard vonatkozású dolog, és beszéljünk egy kicsit arról, hogy mennyire csalódott vagyok. Mennyire mérhetetlenül csalódtam. Ugyanis... Ezt meg is nyitom, mert vannak konkrét számok. Na, ez elég konkrét. Én igen, csak ki szoktam írni. Jó van. Akkor beszéljél, én addig olvasok. Na, kijött az, hogy az Activision Blizzard mekkora bevételt generált az elmúlt pénzügyi évben. És nem az az érdekes önmagában, mert sokat. Tehát a Call of Duty-nak a kiadójától nem is várna az ember kevesebbet. A sokkal érdekesebb, hogy ebből a bevételből mennyi pénz származott, csak a mikrotranszakcióból, és csak a DLC-ből. És ez nem kevesebb, mint 5,1 milliárd dollár. 7%-kal, jól emlékszem, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Abban az évben, amikor égett a ház a Blizzardnál, égett a ház az Activisionnél, az emberek Bobby Kotick fejét követelték, és mindenki az összes fórum szarásig volt azzal, hogy hú, hogy gyűlöljük, és hogy ilyet nem lehet, és emberi jogok, meg mit tudom én micsoda, meg munkáltató jogok. Minden héten beszéltünk róla a Reflektorban, és mi már elegetek is volt. Igen, és senkit nem érdekelt, mindenki megvette. Mindenki szépen leszarta. Mondjuk nem tudom egyébként, hogy ez a DLC például magába foglalja-e a World of Warcraft kiegészítőket. Szerintem igen. De ugye most már WoW-on belül van jó régóta mikrotranszakció is. Úgyhogy meg havidi. Szóval, őszintén szólva, ez alátámasztja azt az elméletemet, vagy elméletünket, amit pár reflektoradással korábban mondtam. Az embereknek igazából kurva mindegy a kontextus. Pont leszarja mindenki, hogy valakit ezeknek a cégeknek a mosdójában megerőszakolnak, vagy a bulin erőszakolnak meg, vagy kényszerítik, vagy megalázzák, vagy lenézik, vagy kihasználják. Teljesen mindegy, amíg megkapják az új Diablót, amíg jön az új World of Warcraft, amíg jönnek az új játékok, pont leszarja mindenki, hogy mi van. És engem ez basz fel, és ne vegye senki személyeskedést, mert én is megvettem a Diablót, tehát én is benne vagyok ebben a fasságban, legalább egy szöggel a koporsóban. De azért tudod, kurva nyomasztó, hogy gyakorlatilag még profitáltak is ebben az időben. Semmit nem. Hát, mert azt mondja, hogy 7%-at visszavetette, ennek lenne hatása szerintem a befektetőkre, hogy micsoda egy év alatt 7%-ot estek a bevételek, és ezt a... Hát szedjétek már össze magatokat, de azért még profitáltak is. Hát ki lenne az a hülye, aki erre azt mondja őszintén, hogy menjen el Bobby Kotick? Én ez alapján azt mondanám, hogy... Én őszintén mondom, ez alapján azt mondanám, maradjon Bobby Kotick, mert elmegy, és ha 7%-ot esni fog utána... Tudod miért? Ez még akkor is tök jó pályán tartotta a céget. Itt egyrészt ugye kicsit sarkítom van ez, mert átlag Pistike nem is hallott valószínűleg erről. Nyilván akik így követnek minket, meg követik így a gaming médiát, hogy találkoztak ezzel, úgyhogy ott lehetne ezt mondani. A másik viszont az, hogy eddig nyereséget kellett bőven termelni, és azért Bobby Kotick a más nem azt azért nagyjából tudta, tehát tudott olyan döntéseket hozni, ami termelte a kurva sok pénzt. De mi az, hogy jelenjen meg egy új World of Warcraft, meg Diablo, meg jöjjön ki minden évben egy Call of Duty? Tehát nem tudom pontosan Bobby Kotick milyen döntést hozott, amikor... Valószínűleg nem ilyen jellegű döntésekre, hanem hogy az ezek mögött állókra, tehát amiket kommunikálni kellett a befektetők, meg mindenki fölé, meg ahogy ezt eltervezték, tehát hogy... Viszont innentől kezdve
a Micro, és ez miért nem fog maradni, a Micro ki fogja kutyapicsázni, ugye ezt ő is tudja, azért kapálózott a felvásárlás előtt, mert a Micro, nem azt mondom, hogy nem akar pénzt termelni, de neki az, amikor két év után azt fogja felmutatni, hogy jó játékok jönnek az Activision Blizzardtól, és nem hallod azt mindenhonnan, hogy ott milyen szar dolgozni, az sokkal többet jelent, mint hogy mondjuk a 8 milliárd dollár, 8,5 milliárd dollár haszon, amit termelt a, vagy bevétel, amit termelt a, az Activision Blizzard, ahelyett csak mondjuk 6 milliárd lesz, vagy jóval kevesebb, mert ugye az eladások nem számítanak annyira. Tehát itt is, ha megnézzük, a teljes bevétel az 8,4 milliárd volt, és ennek majdnem 60%, 5,1 volt ugye a mikrotranszakciókból. Ez a része nem fog változni. A fizikális eladások száma, vagy az eladások száma, az fog, de a Micronak tök mindegy, sőt a Micronak ilyen szempontból kurva jó döntés volt, mert az látszik, hogy DLC és mikrotranszakció hozza be a nagy lóvét az Activision Blizzardnál. Tehát nekik tök mindegy, hogy ugye beintegrálják a Game Pass-be, nem fogod megvenni teljesen, tök mindegy, mert a bevétel nagy részét úgyis a mikrotranszakció termeli, azt meg a Game Pass-be is ugyanúgy meg fogja termelni. Világos. És mondom, nekik többet fog az jelenteni, hogy tudnak úgy tetszelegni, hogy rendbe rakták a dolgokat. Én nem a Microsoftnak a gazdasági döntését támadom, sőt, tökéletesen megéri, teljesen látszik, hogy ha csak ezeket az összegeket hozza, és csak a mikrotranszakcióból, akkor a Micronak ez olyan nagyjából 14 év múlva megéri ez a felvásárlás, akkor lesznek nullán a Activision Blizzard fúzióval. Jó, most nyilván kikerekítettem ezt az egészet, de a Micro nem számít. Nem. De azért ez ezzel együtt is sokkoló. Sok. De, és akkor itt visszakanyarodva, ezért mondtam, hogy végül is fel lehetek én bármennyire háborodva, tökre adja magát, hogy raktak a Forspoken-be is mikrotranszakciót. Ékes példa. Csak az, aztán a Square Enix-nél nem működik. Mert az jó játékot is kell csinálni. Jó, azért legyünk őszintén. Bár nem, mert majd a Rockstarnál beszélünk arról, hogy a kurva jó eladásokhoz nem kell, hogy csatlakozzon jó játék. Ó, az most lesz. Az jó, majd lesz. Az, ó, beszélünk az majd lesz. Nagyon fasza. Jó, térjünk rá egy kicsit az érdekességekre. Azt rád bízom, mert az tartod föl. Nem nézed a híreimet, mi? De. Nem voltál túl meggyőző. Meggyőző volt szerintetek, Balázs? Nem. Szerintem nem. Rajtam kívül nézik egy csomóan, az egy ember. Ó, azt a számot nevet komolyan, azt szorzom 35-tel. Ja, jó. Hát, okay. Na. Jó. Beszéltünk arról, hogy nem nagyon látjuk az Xbox portfólióját, hogy ebben az évben mivel fognak előrukkolni. Ugye pletykálják azt, hogy lesz majd Forza Motorsport 8, én is hallottam a hírét, de ezen túlmenően semmit nem hallottunk erről. Szerintem idén már nem. Szerintem sem, de reméljük, hogy igen. Viszont ami nagyjából konzekvensen itt van, az majd a Redfall, amit mondtak nyárra. Azt nyárra mondták. Hogy nyáron fog érkezni a Redfall egészen mostanáig. Ugyanis mostanában merült fel valamelyik felületen, aztán pont a Game Rant beszélt erről, hogy ha és amennyiben a Redfall nyáron fog érkezni, akkor arról, hogy mostanában azért már kéne hallanunk. Mert azért dolog, hogy nem hallunk, meg nem láttunk még gameplayt olyan játékokból, mint a Starfield. Ami egyébként szintén idén jön, konkrét megjelenési dátummal. De, meg hogy még egy-két dologról nem hallottunk, de hogy a Redfallról se hallottunk, ami azért nyáron jön, egy pár hónap múlva, az egy kicsit fura. Pillanat, ugye ez egy ilyen co-op játék, múlt évben jelent meg róla egy full CGI trailer, azon kívül semmit nem tudunk róla, mondjuk az a trailer hangulatos volt, viszont ez az Arkane Studios csinálja, akik múlt szeptember környéken adták ki a Deathloop-ot, ha jól emlékszem. Mert ők adták el Deathloop-ot, csak arra nem emlékszem, hogy szeptemberben volt, de szerintem szeptemberben volt, és azóta kéne, hogy ráforduljanak a Redfallra, szerintem még bőven azért a Deathloop környéki support zajlik, de nem biztos. Ezt nem az Arkane-en belül valaki más fejlesztette? Tehát, hogy a két projekten párhuzamosan dolgoztak, én úgy tudom. Lehetséges, nem tudom. És most jön egy érdekesség, hogy azt, hogy a cikk szerint az merült fel, hogy ha és amennyiben be akarják mutatni a Redfallt, arról ekkorábban a kedvenc Geoff Nylingnak a Summer Game Fest-je lehet egy ideális pillanat. Vagy az E3, ha lesz. De ugye a Summer Game Fest az előbb van, de igen, az E3 jött utána. Viszont ennek ellent mondhat az, hogy állítólag pletykálják már, hogy csúszni fog a Redfall.
Ha csúszik a Redfall, akkor én nem tartom valószínűnek, hogy rácsúsztatják év végére, ami már így is telítve van elvileg az ilyenekkel, hogy Stalker, meg Starfield, meg őszre mondják a nagy bazd meg Scorn-t. Jó mondjuk azt. Oké. Szóval nem tudom, de hogyha ez csúszik, akkor szerintem ez jövőre csúszik. Simán el tudom képzelni. Én ha jól emlékszem, legutoljára akkor beszéltünk a Redfallról, amikor valami korai változat kikerült, és brutálisan szarul nézett ki. Amiben nyilván utána mindenki mondta, hogy ez nem a végleges változat, még nincs úgy feltextúrázva, meg stb. Én azért nem is nagyon akartam beleállni. Nem tudom, talán te mondtad pont ma, hogy csak ebben a hónapban 4 játék csúszását jelentették be? Igen, láttam egy nagyon érdekes összegzést. Másnak is feltűnt, valamelyik felületnek, talán pont Game Rant volt, vagy PCG, már nem tudom. Vagy azt szedték, hogy még vége sincs a februárnak, de már 4 nagyobb játéknak a csúszását jelentették be. Nem fogom tudni pontosan visszaadni, de ti is pontosan tudjátok, akik követik. Azt tudom, hogy az Evil Dead videójátékot csúsztatták el februárról, azt hiszem májusra, vagy valahogy így. És a Stalker van benne, meg még 2 játék, de 4 nagyobb cím. Uh-huh. Úgy mondom, hogy nincs még vége a februárnak. Úgyhogy ez... Igen, mást is kezd zavarni. Hogy nem nagyon tudják tartani még a körvonalas megjelenéseket sem. De ha már beszéltünk arról, ez is hogy... akkor jön. De ha már beszéltünk arról, hogy mik csúsznak, hát van egy játékunk, ami viszont kapott megjelenést. De ilyen megjelenést én még nem láttam. Tehát nem emlékszem rá. Ha valakinek sokkal jobb emlékező tehetsége van, mint nekem, hozzáteszem, nem nehéz ilyen embert találni. Nem tudom, hogy megvan-e nektek az Atomic Heart. Az Atomic Heart egy ilyen... Még biztos nincs meg nekik, mert nem jelent meg. Haladja, Zoli. Szóval az Atomic Heart az egy ilyen szovjet disztópikus környezetbe helyezett FPS, és kijött róla az új trailer, amiben nagyon faszán be volt fejezve, hogy így szépen kirajzolja. Láttad a trailert egyébként? Igen. Szépen kirajzolja egy 2000, tehát 2-0-2, és elkezdi kanyarítani a kettest, így lelassul. Már kezdene hármasba átmenni, gyorsabb után kikegészíti a kettes. 2022, és kereszt-kereszt, vagy csillag, és a vége az, hogy ber. Szeptember? November? December? Január? Október, január. Na most egy a probléma, hogy most ez ilyen hülye informatikus fasság, tehát hogyha egy csillagot raksz be, oda bármennyi karakter belefér. Ha számozott mennyiségű csillagot raksz be, akkor feltételezed, hogy ennyi betűből áll a ber előtti hónap. Na most 7 csillagunk van a ber előtt. Én lehet, hogy hülye vagyok, de nincs ilyen hónap, amiben 7 betű lenne. Ha csak nem magyarul írott ki, hogy szeptember. Lehet, hogy itt fog akkor megjelenni. Még úgyis az orosz teritoriumra mennek, úgyhogy lehetséges. Szóval én szerintem, nem tudom, ebben belenem a szeptembertől decemberig minden. Ez milyen jó kis megjelenés, nem? Mikor adjátok ki, Bell? De nem lett volna egyszerűbb mondjuk annyit kiírni, hogy 2022 fall, tehát hogy ősz, vagy ilyesmi. Ez így tök jól eltrolkodnak vele, hogyha nem az Atomic Heartsról beszélnénk, akkor röhögnék is rajta, de ez a játék, ez már kurva régóta készül. És tudod mi a durva? Hogy fogunk beszélni a Nintendo-ról, de és máig nem értem, hogy van az, hogy a Nintendo lezavar egy Directet, és pontosan meg tudja neked mondani, hogy június 12-én ki fogjuk adni ezt a játékot pont. Mert a Nintendo mikor bejelenti a Direct-en, hogy mikor adják ki, akkor már kurvára kész szoktak lenni a játékok. Ez miért egy földön túli elvárás bárki mással szemben? Erre már nagyon sokszor kitértünk, erre sokszor beszéltünk, de én egyszerűen nem értem ezeket a mikor jelensz meg, hát a ber. Vagy szájba ver, tudod? Azaz. Na, és akkor rátérnék az egyik olyan témára, ami szerintem egy ilyen... Jaj, erről akartál nagyon beszélni. Ami egy nagyon komoly probléma. Azt hiszem a Bloomberg csinált egy cikket, de nem vagyok benne biztos.
ezzel együtt lehet. Na mindegy. Uh-huh. A lényeg az, hogy Halo Infinite. Gyakorlatilag most... Mi? Halo Infinite? Hát én rendesen mondom a ja, Infinite, bocsánat. Nálunk Infinite. Reflektoron Infinite. Ha bárhol látjátok leírva a Halo Infinite-ot tőlünk független felületen, az azért azt van, mert mi meghonosítottuk a Halo Infinite-ot Magyarországon. Meg a Mongust. A Mongust. Lesz majd Mongus még. Az lesz. A lényeg az, hogy a Halo Infinite-nak a népszerűsége az padlót fogott, ami egyébként nem egy, nem egy új keletű dolog, mert azt lehetett tudni, hogy PC-n gyakorlatilag már alig játsszák. Így is többen, mint a Battlefield 2042-t fogunk még arról beszélni, de a Halo Infinite PC-n gyakorlatilag, hát ha nem is kihalt, de nagyon a közelében van. Hát majd találkozik a dinoszauruszokkal. Megértem itt közben neked jó, a pontos tört, adatokat, hogy pontos adatokat mondjunk. Tehát a Steam-en például a top 100-ból kiesett. Nem. Még nem, viszont az aljában van, tehát a top 100 alsó 20%-ában, tehát a 80 és a 100. hely körött valamikor. Ez egy pár napos hír egyébként, de mindjárt tudok mondani konkrét adatokat. Tehát azt mondja, hogy... tehát most ugye az átlagos játékos szám az ilyen 5000 és hát 15000 között mozog. Ez a heti átlag. Ez legfeljebb mondom a Battlefield 2042 prizmáján keresztül tűnhet emberesnek. De tessék, teljes honnan indult, innen hát indult. Hát igen, 250 fölül indultunk, és gyakorlatilag egy szűk két hónapon belül eljutottunk idáig, ez szerintem eléggé beszédes, de egészen mostanáig azt hittük, hogy ez csupán a PC-s túltelítettség miatt van. Csak hogy kiderült, hogy a Halo Infinite-nak sikerült kikerülni a Xboxon is a top 5-ből, konkrétan a Roblox mögött van jelenleg. Xboxon, és az Xbox zászlós hajóráról beszélünk, ami két hónapja rajtolt el. Igen, és... És ingyenes a multia. És csak hogy egy harmadik mérőszámot is tegyünk mellé, a Twitch nézettsége is padlón van. Nyilván itt szokták menteni azzal, hogy jó, de a Twitch-en azt nézik, amit top streamerek streamelnek, és azért nézett, aki streameli. De pontosan látszik, hogy akik szeretnének valamit streamelni, azok sem Halo-t streamelnek. Amikor összeírtam ezt a listát, akkor fölnéztem Twitch-re, és akkor éppen ez egy mai adat volt, talán valamikor kora délutáni, akkor éppen azt lehetett látni, hogy a 1999-es Heroes of Might and Magic-nek nagyobb nézőszáma van, mint a Halo Infinite-nek. Ez szerintem beszédes. És elmondom akkor, hogy mi volt nekem erről a nagyon érdekes kivonatom, hogy miért a Battlefield 2042-t hoztam fel összehasonlításnak. Mert milyen érdekes, hogy a Halo Infinite úgy jutott el idáig, hogy már free-to-playként indult. A multiplayer. A Game Pass-ben meg benne volt a játék. Több 10 millió ember fért hozzá launchkor és azóta is. Tehát ennek a játéknak minden olyan feltétele adott volt ahhoz, hogy sikert fusson be, ami a Battlefield 2042-nek majd csak a jövőben lesz, hogyha free-to-playét teszik. Szerintem már akkor sem, de igen. Elég jól látszik, hogy ez a free-to-play nem mentette meg a Halo-t, nem fogja megmenteni a Battlefield 2042-t sem, de vannak más átfedések is. Mind a kettő live service-re készült, mind a kettő masszív multiplayer tartalommal készült, ráadásul önálló multiplayerként funkcionált a Halo Infinite-nek a multia, a Battlefield 2042-nek meg csak multia van, tehát van átfedés a két sors között, ha úgy vesszük. Mind a kettő mögött nagy kiadó áll, mind a kettőt nevezhetjük multiplatformnak, legalábbis PC, Xbox tengelyen mindenféleképpen. És mind a kettő nem jó játék. Ennyire messzire nem mennék. Én kimondom, ezek nem jók. Szerencsés időben jelent meg a Halo Infinite, az nagyon-nagyon sokat mentett az ázsióján. A Battlefield 2042-nek meg nincsen mentsége, és még egy összefüggés van, mind a két játék mögött egy olyan stúdió áll, akinek már régen nem kéne ezekkel a játékokkal foglalkoznia. Az én felvetésem a következő. Szerinted mennyire kezeli a Halo-t a Microsoft Prestige játékként? Mert ezt kurva fontos lenne tisztázni ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi lesz a Halo-nak a sorsa. A Halo-nak a sorsa? A Halo-nak a sorsa. Nekem van egy elképzelésem, hogy mi lesz. Azt a jellegét, mint az Xbox arca, meg fogja tartani. Mert ha a játékos számtól meg minden mástól eltekintesz,
a Halo azonosítod az Xbox-szal. Lehet mondani, hogy ide tartozik a Forza is, meg a Gears is, de szerintem, hogyha 10 emberből, tehát megkérdezel 10 embert, és hogy ő kire gondol először, hogyha Xbox-ra gondol, az Master Chief, Halo. Tehát ő egy jól marketingelhető dolog, oda lehet rakni a Game Pass első oldalára, rá lehet nyomtatni az Xbox dobozára, mindenhova, bannerekbe bele lehet tenni. De ha ez ilyen fontos, akkor miért nem működik? Jó, bocsánat, van még egy összecsengés a két brand között, a frissítések való szopás, a supporttal való állandó szenvedés. Csak ezt így hozzátettem még zárójelbe, bocsánat. Viszont szerintem csak tehát azzal ugye tudtuk, hogy az Infinite az live service modellre, vagy games as service modellre fog épülni, ami tökéletesen illeszkedik a Microsoftnak a piaci hozzáállásába. Tehát a Game Pass-be. Tehát a Halo Infinite, vagy Infinite, az gyakorlatilag a Game Pass maga, csak kicsibe. Tehát, hogy folyamatosan el fogod tudni érni kaprisítéseket, stb. Ez szerintem ilyen szinten működik. Az, hogy nem tud megtartani játékosokat, az jól látszik. Mert egyébként nem fogyott rosszul. Tehát azt látjuk, hogy magasról indult, tehát végül is a Micro elérte a célját valamelyest, mert magasról indult a játék, ennek sok oka van, hogy miért, és igaz, hogy oda lyukadtunk ki, hogy nem tudott megtartani játékosokat, de ez mindegy, mert ha már be tudod húzni a Game Pass-be x 10 000 embert, akkor már megérte. Tehát a Halo-nak szerintem olyan szinten eltűnt az a szerepkör, ami mondjuk a 360-as érában volt, hogy zászlós hajó, és ez fogja generálni az eladásokat. Nincs is erre szükség. Azt fájónak tartom, hogy tényleg az látszik, hogy megfáradt szerintem. Tehát, hogy nem tudja bentartani a játékosokat, főleg a multi nem tudja bentartani a játékosokat, amikor szerintem az Xboxnak mindig is a Halo volt a legerősebb multis címe, ha a first party-t nézünk. Tehát ha nem egy kodot vagy akármi más. Szerintem nem tudtak rajta annyit frissíteni, hogy izgalmas legyen. Egyrészt alá tudom érni azt, amit mondasz. Én úgy gondolom, és most igen, ugyan a napi trigger, én ezeket így bedobom. Szerintem egyeket a Halo most van a megérdemelt státuszán. Őszintén szólva, egy olyan játékról beszélünk, amit valahányszor fölmerül, kivétel nélkül azzal védik, amit 3 generációval ezelőtt ért el. Első FPS konzolon. A Halo 2 az első konzolos FPS, ami multiplayer támogatás, egyáltalán live. Multiplayer live-val, hogy kiszolgálta. És gyakorlatilag ezzel, erre szoktak hivatkozni a legtöbben, nagyon aranyosak vagytok, erre szoktak hivatkozni a legtöbben, amikor azt mondják, hogy mert a Halo milyen fundamentumokat meg alapokat tett le, amit senki nem vitat el, csak azóta igazából a játékok, azok sok szempontból tovább léptek ezen, és dögőszintén, én nem trollkodásból mondom, amikor azt mondom, hogy srácok, baj van a Halo-val, tehát ezzel a játékkal milyen történetet tudnak még kihozni? Komolyan az, hogy nekem ez a legfontosabb kérdésem a Halo-val kapcsolatban, amikor a harmadik részben az volt, hogy finish the fight, hogy folytatódhat a Halo? Hogy tudunk harcolni még mindig ugyanazokkal a Covenant-ekkel, amikor már be lett fejezve a harc és győztünk? Finish the fight, mert utána Bungie el is ment. Úristen, mi van itt, gyerekek. De egyébként milyen érdekes, hogy beszélsz a Halo 1-ről, a Halo 2-ről, a Halo 3-ról, ezeket említed. Az egyik se 343 volt. Nem, és ezért mondtam, hogy van összecsengés a DICE-nak a 343-nek a dolga között. Szándékosan belemegyek ezekbe a dolgokba, én úgy gondolom, kimondom konkrétan, szerintem a Halo ma már nem jelent semmit. Azok vették meg a Halo-t, akik nagyon akartak már egy történetorientált játékkal játszani, szerettek volna egy nyílt világú FPS-t, ami nem olyan szar, mint a Far Cry, és szerettek volna egészen egyszerűen egy jót lövöldözni, benne van a multiplayer, kipörgették, elég is volt. A multi szerintem egyébként nem érdemel egy kurva szót sem, de én nem vitatom el egyébként, akik szeretik, azok tényleg szeretik, egyedi a saját módján a Halo multi, de amikor azt mondjuk, hogy modern multiplayer, és meglátom a Halo Infinite-nak a multiját, akkor azért hát bocsánat, de azért nagyon komoly szórása kell legyen az ember komfortzónájának ahhoz, hogy abba beleférjen. Figyelj, szerintem csak lekövette azt, amerre tart a Micro. Hozzáteszem, szerintem nem ez volt a cél. Tehát szerintem az volt a cél, hogy egy kurva jó Halo-t összerakjanak. Hát nyilván. Csak ez úgy felemásan sikerült. Viszont, és erre azt szerintem a múltkor el is kanyarodtunk, és megint elő fog jönni. Tudod, miért nem lehet hibáztatni? Na. Mert szerintem, és erről nem a Halo tehet, erről a Game Pass tehet,
Game Pass ezeket a játékokat tökéletesen beárazza. Emlékszel, amit felvetettem neked példát, amikor mentünk az Uncharted-re? Ezt nektek is jelesítem, mert kibaszott büszke vagyok magamra ezzel a példával. Következő. Ha elmész nyaralni, és kifizeted egy nyaralásnak a teljes árát, ja, igen. Akkor vannak elvárásaid. Tengerpart, tengerpartra néző kilátás, félpanzió, szép nagy apartman, valahol a nyüzsis részen legyél, de azért ne halljad be minden este a dolgokat, tehát vannak elvárásaid. De ha akciós nyaralásra mész, vagy last minute-re, akkor azért kompromisszum kész vagy. Nem kell, hogy a tengerpartra nézzen a terasz. Nem is kell, hogy terasz legyen feltétlenül, hiszen olcsó. Nem kell, hogy megkapd a teljes értékű nyaralás élményt. A lényeg az, hogy elmentél valahova. Kaptál valamit a pénzedért. És ez a szemléletváltási probléma lesz szerintem a Game Pass-szel, hogy ők úgy fogják ezt kezelni, mint egy last minute utazást. Igazából meg fogod kapni a Halo-dat, de az a Halo legfeljebb olyan lesz, mint a Halo Infinite, meg a Halo Infinite-nak a multia, majd frissítgetjük. Ha a piacról kéne megélnie, bazd meg, hidd el, nem ilyen lenne. És nekem ez az egyik gondom, és akkor mondom, hogy mi lenne szerintem az én elméletem, szerintem itt van a pillanat, hogy azt kéne mondani, hogy srácok, nem működik a Halo, egy archaikus modellt próbálunk vágtára sarkalni, ezt 2022-ben és azután nem lehet eladni, fogjuk, kibasszuk az egész koncepciót az ablakon, és reboot. De hogy rebootolsz egy Halo-t? Szerintem a Halo-t lehetne a legjobban rebootolni, mert nincsen benne jelenleg semmi. Tehát olyan szinten egy... ezen mit fogsz kapni? Őszintén, olyan ellenfelek vannak benne, akiket, hogyha eléd leraknak, hogy így néz ki az a csávó koncepciózosan, akkor egy normális, jó ízlésű ember egészen egyszerűen körbe röhögi, hogyha a konceptrajz alapján nem röhögi körbe, akkor a játékban látott viselkedése alapján biztos, hogy körbe röhögi. Az egyetlen dolog, ami miatt esetleg nem röhögött körbe, az az, hogy egyébként meglepően jó aija van még mindig a Halo-knak. Tehát ez menti az egészet, de ezt leszámítva röhelyesen néz ki a játék mai szemmel. Tehát bármilyen FPS-t mellé raksz, úgy néz ki ez a játék, mintha a Disney adta volna ki, nem pedig a játékipar egyik legfontosabb kiadója. Én azt mondanám, azonnal visszakúrjuk az egészet a tervezőasztalra, olyan fegyvereket teszünk bele, aminek súlya van, komolyan néz ki, teszünk bele egy olyan főszereplőt, akinek megírjuk rendesen a hátterét, faszán kitalálunk egy új lord hozzá, új ellenfelek, új történet. Pont megnéztük, mik voltak azok a játék rebootok, amik hasonló dolgokon mentek át, és nagyon sokat találtunk. Tehát megtaláltuk például a Fallout 4-et, megtaláltuk a Doom-ot, megtaláltuk a Prince of Persia is átment, pont te igazítottad ki, hogy volt a Prince of Persia-nak olyan iterációja, ami sokkal nagyobb reboot volt, mint az, amit ott felhoztak. Azt hiszem a Sands of Time volt ott, amivel érveltek. Tehát van példa arra, hogy belenyúlnak akár lore szinten egy játéknak a hátterébe. Szerintem ez az, amire szüksége lenne a Halo-nak. Mész, akinek menni, ezt még egyszer nem fogják tudni eladni. Ez még a Game Pass-ben sem érdekel. A Game Pass-ben sem érdekel senkit, és az kurva kemény. Tehát ez nagyon durva. Figyelj, én inkább azt látom, hogy alapvetően amit leraktak, az nem volt rossz. Szerintem azzal volt a baj, a Halo Infinite az elejétől kezdve úgy volt kommunikálva, hogy ez egy folyamatosan fejlődő játék lesz. Amivel nincs gond. És ugye halasztották is a megjelenését egy évvel, mert nem volt kész. Mondjuk ki, nem volt kész. Szerintem nem azzal van a baj, hogy amit leraktak, az szar lett, mert szerintem azért nem lett szar. Tehát, hogy nem egy közepes vagy annál gyengébb játékról beszélünk, azért ez egy korrekt játék volt, ingyenes multiplayer, hanem az a probléma, egy olyan játék, amit úgy kommunikáltál, hogy ez majd egy game service játék lesz, csúsztattad egy évet, fejlesztetted sok-sok évet, azt most a számok azt mutatják, hogy igen, ez tényleg az lett, de elfogyott belőle a tartalom másfél hónap alatt. Tehát, hogy megjelenés után másfél hónap alatt mindent kipróbáltak, megnézték, elegük van. Tehát, hogy akkor viszont tolni. Tehát, hogy ha már ennyit csúsztattam ezen a szaron, bocsánat a szóért, akkor roadmap, és azt mondom, és tudom, hogy van, hogy majd jönnek a multi szezonok, meg minden, de egyébként azokban sincsenek hatalmas újítások. Tehát az ilyen dolgok. Szerintem sokkal magasabb lenne még mindig a játékos bázis, ha koppal jelenik meg, amit beszéltünk, ami majd egyszer jön. Ha a Forge működik, ami majd egyszer jön. Ezeknek már benne kellett volna lenni, hogy legalább addig kitolni vele
az emberek érdeklődését, amíg megint bele tudunk rakni egy tartalmat, ha már úgy promóztam a játékomat, hogy ezt én folyamatosan fogom fejleszteni, mert pontosan ez most nagyon jól megmutatja, hogy igen, lehet, hogy majd így lesz valamikor, de hogy már most ezzel telítődtek az emberek, ezzel, ami volt benne, az már látszik. Tehát, és akkor lehet azt mondani, hogy persze, akkor a köztes időt kitöltöm a maradék 6500 játékkal, ami Game Pass-en van, és ezért mondtam, hogy alapvetően nem tudom elítélni a Halo-t olyan szinten, hogy kiszolgálja a Game Pass. Erre készült. Amit mondasz, azt alátámasztja, hogy a Battlefield is hasonló problémákon megy keresztül. Viszont az ellent mond neki... Oda az egy rakás szarú jelent meg. Azért a Halo nem. Igen, de hogyha azt mondjuk, hogy kizárólag a frissítés gyakoriságára szorítjuk a játéknak a bukását, hogy nem jön elég content elég rendszeresen, akkor mondjuk ez lehet, hogy összefüggés a Battlefield-el. No, de a Call of Duty-nál is késnek a contentek, és ott nem látsz ilyen mértékű visszaesést a Vanguard-nál. Van visszaesés, jelentős, de nem nincs ilyen mértékű visszazuhanás. Jobban működik a játékmenete. És visszakanyarodunk az alapproblémához, hogy alapvető gondok vannak a Halo-val. És egyébként ezt szerintem észre kéne venni, és valakinek be kéne látni ott házon belül. Én bedobom azt, hogy én a 343-től elvenném, mondjuk én szörös szívű genyó vagyok, én kikúrnám a 343-t a faszba. Az a veszély nem fenyegetni őket, hogy felvásárolja őket a Sony vagy bárki, tehát ilyen gond nem lenne. Na de a Bungie az... Mondjuk a Bungie raktad az összes értékelhető Halo. Igen. Helyen közben. Halo Wars sem volt rossz. Mondom, én azt mondanám, hogy átadnám a Ravennek, csináljatok belőle egy tök jó Halo-t, tegyetek le tök új vázlatot, én azt is mondanám, hogy semmi szempontból ne vegyétek alapnak az előző Halo-kat, szabadjára engedhetek a fantáziátokat, tök új koncepcióval álljatok elő. Valamivel, ami szerintetek meggyőző. Valamivel, ami 5 év múlva is olyan lesz, hogy valami eredeti. És pontosan látszik, hogy egy ilyen dolog meg tud kapaszkodni, mert sokkal régebbi korbázissal rendelkezik a Doom, mint a Halo bármikor, és milyen érdekes át lehetett ütni a Doomnak az új koncepcióját a Doomosokon. Meg lehetne csinálni egy kibaszott jó Halo-t is. Lehet. Csak neki kell durálja magát valaki. Igen, a Reach az még Bungie volt. Az volt az utolsó Bungie is, hogyha jól emlékszem. Őrült édesek vagytok egyébként ezzel a csírvek. Igen, azt hiszem, hogy rengeteg csírt meg szabot kapunk. Nagyon szépen köszönjük egyébként. Kapacitáljátok itt a trollkod. De meg a dirohamunkat. De én ezt mindenképpen ki akartam fejteni, és rettentő kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, és nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy nem az fog átjönni nektek, hogy utálom a Halo-t. Mert én látok fantáziát egy jó Halo-ban, mert ami érték, az érték benne, de hát az AI az egyetlen érték igazából. Ami univerzális és ma is értékelhető. Minden más azt meg igazából lenyeled azért, mert jó az AI. Vagy a multiban meg nincs AI, úgyhogy... Nem is jó. Megragadt szerintem egy kicsit. Bár tudod, erre azt mondták, hogy igazából azért lett ilyen, mert hogy ezt kérték az emberek, mert ez működött a... 3-mal ezelőtti résznél is ezt szerették, ez a klasszikus Halo, csak azt látni kell, hogy ugye ezt a remake-eknél szoktam, vagy a remake, reboot, remaster, most mindegy, elmondani, hogy egyszerűen vannak olyan franchise-ok, vannak olyan játékstílusok, amit nem elég aktualizálni, át kell dolgozni, mert ami 20 éve működött, az nem feltétlenül fog most is működni. Lehet, hogy azt fogja élvezni, aki az eredetit is játszotta, mint mondjuk, hogy engem nem zavart annyira a Mass Effect 1-nek az irányítása, pedig bár a megjelenéskor is borzalmas volt, csak én ezt akkor úgy szerettem, hogy el voltam vele, és akkor ezt nem hánytam fel a remasternek, de egyébként tökre igazat adok annak, aki mondjuk azt mondta, hogy hát kapják be, hát hogy lehet ezzel játszani, borzalmas. Tudod, mi a durva, hogy én például a Halo Story, ugye felszokott ez néha merülni. Ami? Hát ez az. Ne, hát ez itt a probléma. Nem, viccek, én ebbe akarok belekapaszkodni, ebbe is. Tehát nekem az a gondolom, hogy a Halo-nak a története, egyébként látszik, hogy ezt a játékot ez kurvára nem ilyen 5, meg 6, meg 7, meg 8 részesre tervezték. Ez ennek, 3-ra. Ennek volt egy, szerintem még az se. De 3-at ki lehetett hozni belőle még úgy. 3-at ki lehetett még hozni. De ez egy egyszerű FPS-nek készült, ez szó nem volt franchise-osításról. De szó nem volt arról, hogy ennek a vállára föl fogunk építeni egy faszom tudja hány részes történetet. Tehát ez egy ilyen... Egy halál generic science fiction, annak egyébként nem rossz, ott van a szuperkatona, aki legyőzi az UFO-kat. Erre a koncepcióra van fölépítve, és ezen nem nyúlik túl. Van egy gyűrű, amit azért hoztak létre, hogy szuperfegyverként szétkúrja a Flood fertőzött dolgokat, és a szuperfegyvert meg akarják szerezni az UFO-k.
Gyakorlatilag erről a, erről a koncepcióról beszélünk. És ezt azért tudom, mert a kurva Halo-kat végigjátszottam mindegyiket kétszer. Ezért, ennyi, ezért tudok, de ezért tudok erről ennyit. Egy átlag embernek, hogy átlag játékosra megkérdezett, hogy miről szól a Halo, ezt kurva lehet meg fogom csinálni az OVS-en egyébként, ott van egy kazal játékos, meg játékos kedvű ember, meg fogom kérdezni tőlük, hogy mondjanak, kettő mondatban foglalják össze a Halo-nak a történetét. Kurva kíváncsi leszek, hogy hányan fogják tudni azt, annál többet mondani. Master Chief megy és szétbassza az ellenfeleket, mert az átlag játékos nekem, még a Doomból is többet tudsz mondani, hogy jön a pokol rászállt a földre, te vagy Doom guy, odamész és a BFG 9000-essel szétkúrod a pokol szörnyeit. Hát ez több, mint amit el tudsz mondani a Halo-ról. És azért mondom, mert egyébként én izgatott voltam a Halo Infinite megjelenése előtt, nem az elején. Jól fogva. Emlékszem, neked tetszett a Halo-t sztori. Nem, ne, igen, a Halo-nek tetszett egyébként az, így ott behozták a Guardians-t. Igen, ott így elindultak egy kicsit más. Már, igen, én nagyon szeretném, hogyha más lenne, ha kilépne ebből a Covenant-es fasságból, és mi mindig a Covenant-eket kergetjük, azért 20 éve küzdünk a Covenant-e. Hát a Gears a harmadik részre belefáradt abba, hogy a Locustokat kergetjük. Na, ezt baszki. Akartam mondani, hogy a másik franchise, ami ugyanitt tart, az a Gears, tehát a Gears egy halálszórakoztató játék volt, egy viszonylag érdekes felütéssel, amit azt hiszem talán a második része, vagy nem is tudom melyik része kiderül, hogy egyébként, hogy honnan jön a locust, hogy mit tudom én, tehát az összes ilyen érdekesebb sztori elem kiderül, és onnantól kezdve önismétlő. De hogy más mondjuk ott a játékmenet talán szórakoztató. A játékmenet a szórakoztató, meg véres a játék, azért egy kevés véres játékunk volt, de hogyha máshonnan merítsünk, azért a God of War-nál is kurva gyorsan rájöttek, hogy kimeríthető ez az egész görög istenes setting, pedig azért a... Jött is a reboot. Jött a reboot. Pedig a görög istenes témából, tehát a mítoszokból, meg ebből azért lényegesen többet lehet meríteni, mint abból, hogy jönnek a gonosz ufók, és csapkodja Master Chief őket megállás nélkül. Nem ennyi a Halo az. Tehát, de. Nem. De. Nem. Én mondom, hogy nem. Azt sem tudod, miről van szó, egy Halo-t nem játszottál még végig. De. A Halo Infinite-ot az lezárt. A francokat, a Reach-et zártad le fél úton. Nem. És az volt az egyetlen Halo, amivel játszottál. Én PC megjelenéskor végigjátszottam a Halo 1-et. Hazudsz. Windows Vista-n, mert még Vista exkluzív volt, végigjátszottam a Halo 2-nek a PC-s verzióját. Hazudsz. A Reach-et Dominikkal vittük végig. Ez nem is volt Dominiknek soha Reach-e. Dehogy nem, Master Chief Collection. Game Pass-be behúztuk a Master Chief Collection-t. Végig akartuk játszani az összes Halo-t, aztán a Reach-et befejeztük, és úgy elég volt. De ja, úgyhogy én legalább 3 Halo-t végigjátszottam, pedig Xbox-om sose volt. Na mi az, amit nem tettem bele a történetbe, amit te viszont értettél, és úgy megütötte a füledet? Mi? A sztoriból mi maradt ki? Amit vázolok. Rengeteg dolog. A főbb lépése. Ne hazudj! Nem. Na jó, úgyhogy az a lényeg, hogy nagyon szeretnénk egy olyan Halo-t, én nagyon szeretnék egy olyan Halo-t, ami végre nem a 343-től kerülként, Halo Reboot, jelentsenek be egy Halo Reboot. Nem fogják, hát azt mondták, hogy most 8 évig szupportálják az Infinite-ot. Akkor nem tudták még, hogy ilyen lesz az Infinite, és nem tudták, hogy két hónapon belül ki fog halni a teljes játékos közösség mögül. Nem a teljes azért, csak a 90%-a. Tényleg. Na, akkor vannak még ott. Egyébként, ennél, hogyha általában egy játék mögül ennyi idő, kihal a 10%, akkor meg szokták fontolni, hogy a teljes roadmap-et kiszedik a játék mögül. Nem tudom, most hirtelen ebben, ami... Ezért vetettem fel a téma elején, hogy szerinted a Microsoft mennyire kezeli prestízs játékként a Halo-t, mert hogyha abszolút nem, akkor úgy fogja kezelni, mint mondjuk a Rainbow Six Extraction-t, ahol azt mondja, hogy hát, bekerült a játék, egy hét után már nem játszik vele a kutya sem, de legalább betehetjük a statba, hogy day van launchban, elérhető. Ez a Game Pass filozófia. Igen, de hogyha nekik prestízs játék a Halo, akkor azonnal azt kell mondani, hogy figyeljetek, akkor kezdünk ezzel valamit, nézzük meg, hogy mi az ok, mert ekkora probléma még a Guardians-zel se volt. A Guardians hónapokkal később is egyébként tetten érhető volt valahol az élbolyban egyébként a Twitch-en. Nem azt mondom, hogy a top 22-be, de azért nem csúszott ennyire az aljára. Na most, ez szerintem úgy lehetne visszahozni, mint amit én említettem a Battlefield-el kapcsolatban is, hogy innen csak úgy lehet visszajönni, ha azt mondják, hogy tabula rasa. És azt mondjuk, hogy mint a Battlefield-nél is, hogy Bad Company 3, vagy Bad Company Remake. Az a játék bukott. De annak legalább Nimbus-a. Bármint a tabula rasa. Éppen mondani akartam, hogy nem bukott a Bad Company. Megint hülyeségeket hordasz össze. Nem.
Arra csak reflektálok. Igen. Uh-huh. Mint a reflektorban. Fú, Benu nagyon megőrült. Rengeteg szabot. Kaptatok most új csocsót. Na de, ha már a csocsóról szó volt, akkor maradjunk még egy kicsit az Xboxnál, beszéljünk. Na a csocsóról hogy kötöd át? Erre kivel kurva kíváncsi vagyok. A Phil Spencer. Mindegy. Tehát Phil Spencernek volt egy ötlete. Nyilatkozott. Ugye mondtuk, hogy hétről hétre Phil Spencer mindig megnyilatkozik. És a legújabb gondolata az volt, hogy neki úgy nagyon tetszene meg az a víziója, az a szándéka, hogy a Starfield legyen a legjátszottabb Bethesda per Todd Howard játék. Szeretné, hogyha ide futna ki a Starfield. Mert a Phil Spencer mindig csak jót akar. Én egyetértek Phil Spencer, szerintem tök jó dolog lenne, hogyha Starfield lenne a legjátszottabb Bethesda per Todd Howard játék, mert az azt jelenteni, hogy jól sikerült a játék, és örülnénk, hogyha jól sikerülne a játék, ez jót tenne a Micronak is, jót tenne a Bethesdának is, jót tenne a Game Passnek is, és nem mellesleg jót tenne a játékosoknak is. Én örülnék, ha ez így lenne. Ennek némileg ellentmond, egy statisztika, srácok, olyat találtunk, hogy beszartok. A Game Renten ugye ezt a nyilatkozatot jól keretezi, hogyha ide veszünk egy nagyon érdekes statisztikát. Szerintetek, hogy Todd Howard játék, szerintetek a Fallout 4 sikeres volt-e? Nem is ez a kérdés, hogy sikeres volt-e. Nem fogunk barkóbázni. 24 óra leforgása alatt 750 millió dollárt generált a Fallout 4, amikor megjelent. Úgyhogy messze nem a Fallout 4-et tartják a legerősebb darabjának a sorozatnak. Ez valami kibaszott nagy szám. 3/4 milliárd dollár. Egy respawnnyi összeget hozott be. Hát, és innen Spencer az ilyen gondolataiért fizeti. Jogos a felvetés. Na, hogy ehhez képest ez azt jelenti, hogy ő nagyon bízik a Starfield sikerében. Remélem, hogy így van. Remélem, hogy Phil Spencer nem nyilatkozik hülyeségeket, és remélem, hogy emögött az van, hogy ő látta a Starfieldet, és ő hisz abban, hogy a Starfield jó lesz, hogy van mögötte egy olyan modell, ami nagyobb sikerre károsztatja ezt a játékot, mint ami mondjuk a Skyrimben van így 11 év után. Vagy a Fallout 66-ban. Annál mindenféleképpen, de én nagyon szeretném, hogy igaza legyen. Tényleg adja az ég, hogy jó legyen ez a játék. Én nagyon szeretném, hogyha lenne egy rettenetesen jó Starfieldünk. A jó lenne, most már belőle valamit mutatni, mert ha jól emlékszem, ezt tűk pontosan belőtték valami november 23-ra, vagy november 11. November 11-re. Az azért... Nem azt mondom, hogy akkor most hirtelen egy fél órás gameplayt kérek, de azon a teaser traileren kívül, amit az E3-on kidobtak, nem láttunk semmit. De most a Stalker 2-ből sokkal többet láttunk, és a Stalker 2-t eltolták fél évvel. Egyébként az Xbox most már tényleg előhozakodhatná egy saját show-val. Tehát... Szerintem fog is, ha nem lesz E3, akkor én... Hát van nekik gyakorlatilag. Tudom, csak... azt ugyanúgy saját maguknak időzítik be, mint a Sony a State of Play-eket. Ezért sem értem, hogy miért nem... Miért nem érzik azt, hogy kommunikálniuk kéne valamit itt az idei évről? Tehát simán bedobhatnák, hogy ha már a Sony-tól lesz hangos tavasz közepéig minden, akkor bedobhatnák, hogy oké, hogy most a Sony-t elkapírgál a fasságaival, de nekünk jön a Motorsport 8, mutatunk egy Redfallt. Nem azt mondom, hogy miért nem tették meg eddig, csak most már hogy jó lenne, hogyha azt mondanák, hogy most hogy akkor mi is belállunk ebbe a kommunikációs kampányba, és megmutatjuk, hogy mi van nekünk így elfekvőbe. Úgy, ahogy ezt tavaly megcsinálták az E3-on, tehát ott azért egy elég erős felütés volt. Igen, tehát azokban a játékokban, amit ott lelepleztek, hogy ide most megmutathatnának valamit. Egyébként bazd meg, most már mutathatnának valamit a Fable 4-ből is. Tehát... Tehát ahogyan egyébként a Sony-tól reklamáltuk, lehet, hogy... de azért most még be kellett fejezni a Horizon 5-öt a Playgroundnak. Mert azért őszintén szépen... Benu egyébként valami kegyetlenül nyomja, úgyhogy Jézusom, nem kicsit bele is szédültem. De emlékszel, tavaly reklamáltuk, hogy a Sony-nak rohadtul kéne valamit villantania, mert a Micro olyan E3-at produkált, hogy erre azért úgy tudnám értékelni, hogyha a japánoktól jönne valami reakció.
Na most azt látjuk, hogy a Sonynak gyakorlatilag minden hónapban jön legalább egy exkluzív játéka. És most már azért most, úgy jó lenne. De most. Ez hozzátartozik, hogy ezek azért tavalyról csúsztak át. Igen. Hát a Horizon Forbidden vesznek konkrétan már négyszer végig kellett volna vinnem eddigre. De jó, most már itt van, tehát most már nem problémázok rajta, de azért tavaly, mikor kiderült, hogy gyakorlatilag karácsonyi megjelenése nem lesz a Sonynak, azért húztuk a szánkat erőst. Persze. Most meg ott vagyunk, hogy februárban Forbidden West, februárban Elden Ring, meg Shifu, utána Gran Turismo, meg Ghostwire Tokyo, meg Forspoken. Úgyhogy, God of War, remélem. Úgyhogy szeretném, hogyha Phil, hogyha melyen nyilatkozós kedvében van, akkor ennek szánhatna egy egész rendezvényt, és kiállhatna a színpadra megmutatni, hogy milyen játékok készülnek náluk. Én örülnék neki. Legyenek jók. Meg baszki, tehát igazából itt egy kazal olyan kommunikáció hangzik el általunk tolmácsolva hétről hétre, amiket egyébként, hogyha valaki nem követi ezeket legalább péntekenként a napi szinten, a mi felületünkön, hol máshol, akkor ezekről nem tud. Tehát itt a Call of Duty kommunikációt, hogyha nem követed mondjuk a szaklapokat, meg a szakfelületeket, meg a tematikus podcasteket, meg ezeket, akkor nem tudsz arról, mi történik. Igenis ki kéne állni a színpadra, és azt mondani, hogy srácok, itt van nálunk a Call of Duty, ezt most már fűfa virág mindenki hallotta, elmondom, hogy a Call of Duty minden platformra jön a jövőben is. Nem 3 évig, hanem 3 év múlva is. Uh-huh. Egyébként meg jön a Starfield, nyáron kiadjuk a Redfallt. Jön a Skorn. Skorn. Továbbis támogatjuk a Halo Infinite-ot, nem győzöm hangoztatni, az Infinite az itt van nálunk, így kiejtve. Ha bárhol látjátok, az lopva van. Úgy fogok röhögni, hogyha megjelenik végre a Skorn, és az meg másfél óra lesz a játék. Amire egyébként van esélye, attól fosok be az ki, hogy az Atomic Heart is ennyi lesz. Ne, hát az a játékmenet, ahhoz kell egy hosszabb. Igen? De, mint a Bright Memory Infinite-hez. Jó, hát azt mindig is tudtuk, hogy... Nekem gyanús, hogy a trailerekben egyébként nagyon-nagyon ugyanazokat a pályákat látom. Ami egyébként lehet spoilermentes megoldás is, de... Azért láttunk már Karonvarjút. Igen? Igen, ahogy ne láttunk volna. Ja. Úgyhogy meglátjuk. Ha már Varjú, játszatok Death's Door-t. Tök király. Ja, azaz. Jó, és ezzel véget ért a Microsoft szekció. Ráfordulhatunk a Nintendo-ra. Igen. Azt nyisd meg, légy szíves, ezt a cikket. Nem akarom. De én meg fejben nem emlékszem. Igen, nem, hogy ezen nem lepődtünk. Hú, nem, most mit csinálják ezzel? Kapcsolt ki az adblocker. Nem akarom. És akkor lehet a valvest, hogy mi volt. Szóval, ugye ahogy a műsor elején említettük, megvolt az idei év első Nintendo Direct-je, aminek... Ahogy megjósoltuk. Így van. Tehát több dolog kiderült rajta, például az, hogy a Nintendo kurvára semmit nem változott. Ebben vannak pozitív dolgok is, és negatív dolgok is. Továbbra is minőségi játékokat adnak ki. Továbbra is adnak ki játékokat. Szerintem két részre bonthatjuk magát a Directet. Majd végig megyünk mindjárt az összes címen, de így nagyon alakban én úgy ábrázolnám, hogy folytatják azt a tendenciát, miszerint megjelentetnek nagyon erős belső stúdiók által fejlesztett ekte Nintendo játékokat, ebből mutattak egy párat újat is, ami csak itt volt először befejezve, vagy bejelentve. Másik oldalról folytatják azt a tendenciát, hogy százszor lerágott csontot minimális efforttal éppen hogy futtathatóvá téve kibasznak Switchre, hogy jó lesz az nektek. Ez a kettő volt. Tehát, hogy remasterek, meg százszor kiadott játékok újrafeldolgozásai egyrészről, meg belsős játékok másrészről. Tehát, hogy itt. És de akkor megyünk is végre. Az utóbbiak azok kibaszott magas minőséget képviselnek. Néztem is, bennek ez nagyon durva, a Xenoblade-en lepődtem meg leginkább, az kibaszott jól néz ki. Tehát, ja, tehát mondjuk te szereted az első két részt is. Igen, a másodikat nem vittem végig. Na, megpróbálunk nagyjából kronológikusan végigmenni, tehát első Fire Emblem, én megmondom őszintén, hogy a Fire Emblemből ugye ezt a Mosu gémet, a Three Hopes fogják kiadni, ugye ez a Dynasty Warriors-os feldolgozás, tehát a mész egy darab hőssel, és akkor szét kell csapkodni mindent.
Ezzel egyetlen egy probléma van, az elgondolás nem rossz, a Fire Emblem meg önmagában jó alapot szolgáltatna ennek, csak ahogy a Zeldás mosógém is megmutatta, ezek a fajta játékok egy dolog miatt nem működnek Switchen, mert nem tudnak 15 FPS-nél többet kihozni magukból, mert itt, nem kell több. Itt ilyen több száz karaktert meg kell mozdítani, és valami borzasztóan rémesen fosul futnak Switchen. Tehát nekem ennyi bajom van vele, egyébként a játék nem tűnik rossznak, nyilván ezek viszonylag egy kaptafára épülnek, de azt úgy szokták hozni, hogy a Dragon Questből is volt ilyen, Zeldából is volt ilyen, nem egy nagy megfejtés, de alapvetően szórakoztató. Én jobban szerettem volna egy teljes értékű Fire Emblem folytatást. Én az mert azt viszont aláírom, hogy a Three Kingdoms az viszont tényleg kurva jó játék. Mi volt még? Advance Wars. Az Advance Wars az még Game Boy Advance-en indult a széria. Azért Advance Wars? Egyébként igen. Ilyen fölülnézetes stratégiai játékról van szó. Remasterelt, vagy remékelték, inkább úgy mondom, Switchre. Hozzáteszem, a Advance Wars látványvilága jót tesz a Switchnek, mivel nem kíván meg, tehát van egy nagyon egyedi látványvilága, és nem kíván meg különleges grafikai részletességet, ezért Switchre így tök jó. Csak körülbelül ez is annyit tud, mint a Game Boy Advance-es cím 2001-ből. Nem kell több. Egyébként elég nem kell. Hm. Ami viszont meg voltam lepődve, az a No Man's Sky-nak a Switch-es verziója van, amit szintén itt jelentettek be, és bár az űrhajós részek szerintem valami eszméletlenül fosú néztek ki benne, maga az ilyen felfedezős, építgetős gameplay szekciók nem néztek ki annyira szarul, mint számítottam rá. Uh-huh. Maga a No Man's Sky-ja szépen kinőtte magát, egy tök jó játékról van szó, kíváncsi leszek, hogy a portnak milyen lesz a minősége, de itt ez talán tényleg hozzáadott érték. Uh-huh. De ez jobban, tehát erről sokkal több mindent elmond, hogy én a No Man's Sky tartom jó játéknak, nincsen azt, hogy most portolták. Én a Fire Emblemnek örülök nagyon. Na, beszéljünk kicsit arról, hogy jön a Mario Strikers. Ez egy teljesen új cím. Nem. Mario Strikers. Ha nem lett volna már ilyen korábban. 20 darab volt körülbelül. Zolira lehet hagyatkozni egyébként Nintendo címek tekintetében, mert látott már olyat polcon. Min? Nem, hát Mario Strikers az a Mario foci egyébként. Csak nem tudom, tehát ezekkel nem szokott baj lenni, a Mario-t kb. Bármiben rakja be, golfjátékba, teniszjátékba, bármiben rakja be a Nintendo, csapnak hozzá egy árkédos játékmenetet, ezek viszonylag jól szoktak futni, rengeteget adnak el belőle. Ez a Mario Strikers az előző, vagy előzőekhez képest nem egy hatalmas nagy megváltás, hogy néztem, de amit tud, azt viszonylag jól tudja. Ami érdekes, hogy 10-en lehet játszani. Azt mondjuk megnézném, hogy melyik az a társaság, ahol van egy Switch meg 10 kontroller, de egyébként a lehetőség adott. És nem csak, hogy 10-en lehet játszani, de június 10-én jelenik meg. Igen. Úgyhogy ez egy érdekes összecsengés. Csak szerintem. Nem. Egyébként nem én vagyok a célközönsége a futballjátékoknak, uh-huh. De ha választani kéne, hogy Mario Strikers-t vagy FIFA-t játszom, akkor ebbe az esetben én is inkább a Mario felé mozdulnék. Ez az arcade-os játék, mert nekem sokkal jobban bejön, mint a foci, ami a 30 éve ugyanaz. Bár nem játszottál a Tsubasa kapitánnyal, az még jó volt. Nem, de láttam a sorozatot. Tényleg. Mi volt még? Splatoon 3. Splatoon 3. Az úgy volt. Nyáron jön. A Splatoon rajongók örülhetnek meg, igazából ez most már egy olyan, tartozása volt a Nintendónak, hogy elég régóta vártuk, hogy legyen valami a Splatoon-ra. Azt hiszem 2 éve jelentették be, és azóta miért a kus volt? Ki a tökön várt Splatoon 3-at? Sokan, nagyon sokan szeretik, e-sport van belőle. És végre lecserélik. A Splatoon meg az e-sportot én is láttam már egy cikkben említve, de... Tudod, mióta várom a Splatoon 3? A Splatoon 2 óta. Én már Splatoon 1 óta várom, a második nem érdekelt, tudod, rögtön a harmadikkal akartam játszani. Tudom, de a fejlődés híve vagy. Érdekes módon, hogy nem a multit mutogatták, hanem az ilyen horda módot.
mutatták be. Igazából ugyanazt tudja a Splatoon, mint tudta az előző kettő, úgyhogy itt semmi nagy megfejtés. Van egy ilyen egyedi játékmenete, ami próbált újítani egy multiplayer játékok között, hogy a területfoglalást, vagy területfoglalást az konkrétan ugye úgy működik, hogy amit lefestesz, az a te területed. Tehát ez ilyen szinten egy kreatív dolog, hogy ebből feltétlenül kellett a három rész kiadni. Gondolom az eladások azok jók lesznek itt is, tehát hogy nincsen ezzel gond. Engem nem zavar abszolút. Na, volt még egy játék, a Front Mission nagyon, First. Nagyon sok játék. Front Mission First remake. Igen, az első Front Mission remake-elik. Biztos volt, aki ezt várta. Egyébként ez nem tipikusan oda tartozik, ez a minél olcsóbban megpróbálunk kevés befektetéssel sok pénzt keresni. Tehát ilyen remake-ből meg remasterekből még lesz pár bejelentés itt a Direct alatt. Ezzel ugorjunk is át szerintem, mert ez senkit okay, nem érdekel. A Disney Speedstorm? Dehogy nem. Az egy ingyenesen játszható multiplatform go-kart játék lesz Disney karakterekkel. Ennyi. Na, jön a, viszont az a hír, az van, hogy kiadják a Force Unleashed-et Switch-re, de nem egyszerűen csak kiadják a Force Unleashed-et Switch-re, hanem ez a Wii verziónak a portolása lesz. Így van. A Nintendo Wii is Force Unleashed kerül kiadásra, azért ezt nyomatékosítsuk, hangsúlyozzuk és leginkább ízlelgessük. Viszont cserébe van konkrét megjelenési dátumunk, április 20. Ja, tehát 2022-ben megjelenik a Force Unleashed úgy Nintendo Switch-re, hogy szarabul fog kinézni, mint a 360-as verzió két generációval ezelőttről. Elvileg azért csinálták ezt, hogy az a három ember, aki szerette motion controller irányítani a Force Unleashed-en Wii-n, az kielhesse a vágyait ismét. De amikor így, tudod, így nézed a Nintendo Direct-et nagy képernyőn, és a valami eszméletlen undorító pixel grafikával behányják a Force Unleashed-et, így úgy, hogy 2022-t írunk, akkor, na ilyenkor, tehát ez az a rész, amiről én azt mondtam, hogy ezt valahogy nem tudom megbocsátani a Nintendónak. De ez én vagyok. Biztos van, aki örül neki egyébként. Figyelj, aki nem látta annak, igazából ez is jó fog. Ja, és ugyanazt megcsinálták egyébként a Assassin's Creed-del, mert jön az Ezio Collection is. Azt is itt jelentették be. Ezio. Jó, akkor muszáj az EC-nek mondani, mert folyton baszogatnak engem a Forza miatt. Azt legyünk konzekvensek. Jó, rendben. Tehát az Ezio Collection is érkezik, amiben ugye a kettő van benne, meg a Brotherhood, meg a, az a kettő játék, nem? Mert tudom én. Egynél több. Te vagy a nagy Assassin's Creed-es. Az. Főleg az Ezio Collection-nál én vagyok az. Ja. Aztán mi volt még? Gundam Battle, az megint Japán. Na, ez. Ez a bejelentés. Gyerekek, beszéltünk arról, hogy készül a Chrono Cross-ból valamilyen fajta felújítás. Mikor ez megjelent a Nintendo Direct-en, én már előre féltem ettől, és sajnos igazam lett, ugyanis ez nem remake lesz, hanem ez remaster lesz. És az, hogy nem a Micro konferencián mutatják, vagy nem a Sony konferencián, hanem a Nintendónál, így lehetett sejteni, hogy ez nagyon nem nyúltak hozzá. És ez sajnos így is lett. Tehát, hogy olyan szinten autentikusra sikerült a Chrono Cross Remaster, hogy az előzetes trailerek alapján a kibaszott szar PlayStation 1-es framerate-et is megtartották. Azon kívül, hogy aival felskálázták a grafikát. Jól látom, ki lehet majd kapcsolni az összecsapásokat, a harcokat? Ja igen, igen, ilyen újítások kerülnek bele, hogy például egy egy klasszikus JRPG-nél kikapcsolhatod a harcot, ha csak a sztori érdekel. Van, aki nem szereti. Ez olyan, hogy mintha már visszatérünk, hogy a Halo-nál kiveszed az ellenfeleket. Jaj. És mondjuk csak cutscene-ről cutscene-re mész. Tehát ilyen borzalmasan néz ki egyébként. Tehát fel lett kicsit skálázva, a rettenetes framerate megmaradt. Ennél szerintem a Chrono Cross többet érdemelt volna. Ja, és a Nintendo Direct-en egyébként azt nem mondták, hogy ez multiplatform megjelenés lesz, akkor még volt bennem remény, hogy ez csak a Nintendo Switch-es verzió lesz. Nem, ugyanis utána jött a kommunikáció, hogy mindenki megkapja ebben a minőségben a Chrono Cross Remastert. Jó, de azért legyünk jó fejek, tehát csak ki lehet kapcsolni az összecsapásokat meg a harcot. Nem az, hogy ki lesz kapcsolva alapból, úgyhogy nem kell idegeskedni, ez egy feature.
nem. Ez már megint ez a minek. És a másik, ami majd lehet, hogy azoknál a játékoknál nem fogok megállni, de most az is nagyon menő lett, hogy fogták az izének az engine-jét, mindig elfelejtem a nevét. Unreal. Nem. A Nintendo Switch exkluzív JRPG volt, ez az oldalnézetes a Octopath Traveler-nek az engine-jére felhúzzák az össze, tehát 92 és 97 között megjelent összes Super Nintendo-s klasszikus JRPG-t felbasszák az Octopath engine-re, és vigyétek teljes áron. Hogy ez most miért? Nálam megint ez minimális energia, maximális haszon. Tehát még a Square Enix-ben is volt annyi, hogy mikor portolták, vagy kiadták a legtöbb Final Fantasy-t telefonra, és mondjuk nyilván nem teljes áron, de azért megvásárolhatod, akkor a Nintendo DSS verziót portolták, ami legalább már egy 3D-s engine-re készült. Tehát, hogy még bennük is volt annyi, de ez a tendencia, ez most nem tudom, hogy kinek jó. Nem tudsz örülni semminek. De tudok, mert most egy olyan játék jön, ami viszont tetszett. De ez ugyanaz, amit eddig vártunk. Így van, csak most láttunk bele többet. Na, ez viszont tipikusan egy olyan dolog, amit mondtam, hogy jól csinál a Nintendo, saját címeivel jól bánik, végre az első teljes értékű 3D-s Kirby játékot meg fogjuk kapni, nem is olyan soká, március 25-én jön, és ez tök jó. Már csak azért is tetszett, mert tehát hogy tovább vitték azt, hogy a Kirby játékok mindig annyiból álltak, hogy kis platformozás, meg mit tudom én, és hogy amit beszippantottál ellenséget, akkor ugye annak a képességeit magadhoz vetted, na és akkor ezt tovább dolgozták, hogy most például, ugye mint a videóban is van, meg tudod enni a Trabantot, és akkor Trabantá változol, és a különböző akadályokat lehet úgy leküzdeni a mappon, meg volt olyan ilyen emelővel is mutogatták, meg ilyesmi, plusz azokat a képességeket, amiket a többiek, tehát az ellenségektől elveszel, azt tudod ilyen nagyon minimális RPG szinten fejleszteni. Mm. Tehát ezek azok a kis adalékok, amik amellett, hogy végre az első teljes értékű 3D-s Kirby, ez tetszett. Mm. Meg nagyjából ilyen open world jellegű lesz, tehát sokkal nyitottabb, mint az eddigiek. Én nagyon várom. Úgyhogy, ja, ezt, na látod, ezt én is. Ez tetszik. A Kirby and the Forgotten Land, ez azok közé a játékok közé tartozik, mint amit tetszett, meg amit várok. Lesz rá baseballz is. Baseballz? Baseballz. Mégpedig az az MLB The Show, ami ugye nagyon sokáig PlayStation exkluzív volt, majd ugye úgy döntött a baseballz ligának a licenszelője, hogy hát ez nem mehet így tovább, és azóta Game Pass-be bekerült, és most már Switch-re is fogunk egy kibaszott kurva rondán kinéző verziót kapni, mondjuk nem, mintha ez a baseballzos élményt befolyásolná szerintem, de aki eddig ezt hiányolt, akkor most már örülhet, mert lesz MLB The Show Switch-re is. Jó, ez aztán nem menjünk tovább. Jó, szintén PlayStation 1-es játéknak a felújítása, a Klonoa 1-2 érkezik Switch-re. Ezeket ismered. Persze. Jó, mondjuk az ilyen... A PlayStation 1-en játszottam. Ilyen félrecsapott baseball sapkás cicák, tehát ez tipikus által a világot. Az egy jó pofa, ilyen 2,5D-s platformer játék volt egyébként a maga idejében, ezelőtt 20 évvel. Úgyhogy a Nintendo úgy gondolt, hogy akkor az mehet Switch-re. Végre belép a Valve is a Nintendo világába, legalábbis a Switch-en keresztül. Portál 1-2 szintén érkezik, mivel a 10x évet most már az is meglépte, érkezhet Switch-re. Szerintem a következő az Orange Box lesz, ezek után, már az is meg kurva régi. Half-Life. Mondjuk azóta nagyon nem is gyártott új játékot. Azt látod, hogy előbb van Portál Switch-re, mint Valve Deck-re? Nem. De. Nem, mert... Mivel még nincs kint a Valve Deck. De már kint van. De már kint van. Hát már jönnek róla folyamatosan a tesztek. Igen? Aha. Jó, akkor tévedt. Igen, erről volt szó. Na, ez egy érdekes dolog. Switch Sport. Hogy ez nem azon lepődtem meg, hogy jön, hanem hogy miért csak most? Aki ezt kevésbé tudja, nézzétek meg, ismerősenek fog tűnni, a Switch Sports az nem más, mint a Wii Sportsnak a remake-je. Sőt, igen, újrakiadása. Átgond... Igen.
Nem Angela menthetett lent, mert megvásod a megvásodhatatlant. Igen, mert igen, igazad van. Te, ugye a Wii-re szerintem gyakorlatilag majdnem a legnagyobb darabszámban eladott, vagy azzal egybecsomagolt játék, amiről a Wii, tehát arról a játékról mindenkinek a Wii ugrott be, ez a Wii Sports volt, lehetett, hiszem, volt benne bowling, volt benne, tenisz. Meg tenisz, meg ilyen dolgok. És ugye ezzel demozták ezeket a motion-os játékokat, motion-szenzoros játékokat, és utána még azt hiszem volt a Wii Sports Resort, ami meg a kiegészítőjét, ezt az extra mozgásérzékelős bizbaszát demozta a Nintendónak. Aztán Wii U-n ez eltűnt, és mondom, nem az lep meg, hogy az érkezik Switch-re, mert tökre adná magát, hanem szerintem ennek egyébként nyitó címnek kellett volna lennie. Mondom, szerintem egyszerűen csak elfelejtették, hogy van ilyen a repertoárban. Hát de 6 mini játék van benne, azt ennyi ideig tartott összerakni? Nem tudod, mikor kezdték el, lehet, hogy egy héttel ezelőtt. Mondjuk az benne van. Na mindegy, ezt így nem állítogatom fel a Nintendo-nak, hanem csak az a fura, hogy most adják ki. Ez valószínűleg mindenkit szeretni fogja, aki mozgásérzékelős játékokat szereti, mert ez nagyjából át fogja adni az élményt. Aztán most a Zoli kedvenc játéka. A Taiko? Taiko no Tatsujin. Na, ennek kurvára örülök, menjünk tovább. Dobolós játék. Ja, igen. Igen. Na, jön egy új Triangle Strategy. Ez az, amit mondtam. Igen. Tehát ez a kettődés felújítás. Oké. Okay. Én nagyon örülök neki. Metroid Dread fog kapni ingyenes frissítést. Azt vágjátok, hogy ez egyetlen Nintendo Direct, és még mindig a bejelentésekről beszélünk, és konkrét dátumokkal, de legalábbis évszakszintű megjelenést kaptak ezek a címek, őrület. Hát ezt nem veszem el. Tehát, tehát nem az, hogy 2022 és bocs, nem jött össze, nem tudtuk tartani, hanem az, hogy nyáron, bazd meg, és ez nyáron kint lesz. Jó, mondjuk a 40 perces Direct, amiből három játék, ami tényleg új. Ezek a többi meg 20 éve kész. Nem, a többi már 20 éve kész. Elhiszed, hogy le fogja marni magáról a húst mindenki? Egyébként meg nem érdemes nagyon ezekkel jönni. Tehát amikor a Last of Us kiadják lassan már a harmadik platformra, akkor nem biztos, hogy ezt a Nintendónak kell felhánytorgatni, hogy előkaparják a Wii-s meg a Wii U-s játékokat. Jó, de a Last of Us-on kívül nem nagyon tudsz ilyet mondani. De ott ez az egy van. De a sükrüm az meg nem bizony. Sükrüm az nem first party. Na mindegy, Metroid Dread kap update-et. Tényleg partiről jut eszembe a Party Animals-szel, mi van? Tudom, az megjelenik az sem. Igen? Ja, de nem tudom, ez most hogy jött ide, de partiról nem is beszéltünk. Ha? Tehát Metroid Dread kap update-et, amiben beraknak egy extra nehéz, meg egy extra könnyű fokozatot. A extra nehéz fokozatban egy együttéstől meg fogtok halni, és kezdhetitek előről az extra könnyűből, meg nem. Uh-huh. De ebben nem kötök bele, mert ingyenes update lesz. Majd a Metroid Dread speedrunnerek biztos nagyon fognak neki örülni. Újra kiadják, illetve emulálva kikerül a Nintendónak a saját szolgáltatásába az eredeti Nintendós és a Super Nintendós folytatása az Earthbound-nak. A harmadik részről még mindig semmi hír, ugye ami Nintendo 64-re jelent volna meg, aztán bekaszálták. Mi volt még... Ugye pedzegették, hogy érkezik új Mario Kart, hát nem érkezik új Mario Kart, hanem a Mario Kart 8 fog mondjuk elég nagy számú, tehát 48 újnak nevezhető pályát kapni, egész konkrétan a ezelőtti 18 Mario Kart bizonyos pályáit fogják felújítani, de legalább nem lesz drága. 6 ilyen content pass-en keresztül fogják kiszorni, tehát azt hiszem 8-asával a pályákat. Két lehetőségetek van ezt megvásárolni, vagy kifizettek be egybe $26 érte, vagy hogyha előfizettek a Nintendónak a prémium szolgáltatására, akkor ezt be lehet majd húzni. Ez igazából 48 pálya, tehát ez viszonylag nagy content. Viszonylag, ez konkrétan egy hatalmas content. Hát jó, de ezek régi pályák. Én erről nem mondom. Legalább nem drága, ezt aláírom. De hogy mondjuk a Mario Kart 8 is elég régi játék, ugye már ez is többedik generációját futja, mind kézikonzolon, mind egyébként, ugye volt Wii U, volt 3DS-en, minden szarra kiadták már annó. De 45 millió ment el belőle Switch-en, úgyhogy megértem, miért támogatja még mindig a Nintendo. És akkor a legvégére hagyták ugye a legnagyobb bejelentést, ez pedig a Xenoblade Chronicles-nek a harmadik része lesz. Szerintem az, ezzel nincsen semmi gond, tehát a Xenoblade-nek mind a két része minőségi volt. Abszolút. Azt az egyet sajnálom, hogy Nintendo exkluzív volt, mert azért ezek tényleg nagyon jó
RPG-k voltak. Egyébként, aki szkeptikus, nézze bele a nyugaton a Xenoblade Chronicles 3-nak a trailerébe, ami ott művészeti design szintjén össze van rakva, az valami bődületes. Baszott jól néz ki az a játék. Csak én itt tudod megint mit sajnálok? Hogy azért a Xenoblade az tudna nagyon nagy léptékekkel, meg területekkel, karakterekkel, stb. Dolgozni, és ilyen hardveres korlátozások miatt olyan a végeredmény, amilyen, és még így is nagyon jó a játék, csak mondjuk, hogyha itt a kreatív szabadságot nem kéne bekorlátozni a hardware miatt, hanem tényleg úgy tudna az kinézni, ahogy ki tudna, mondjuk egy új generációs konzolon, akkor szerintem lehetne még jobb. De nyilván kár erről beszélni exkluzívaknál, tehát hogy eddig is ott volt, ezután is ott maradt. Ha jól emlékszem, a fejlesztőket annak be is húzta a Nintendo, tehát hogy nincs miről beszélni. Mindegy, úgyhogy nekem kicsit hullámvölgyes volt a Direct, meg nem volt benne Zelda, ami engem meglepett. Bár hogyha abból indulunk ki, hogy a közeljövőben megjelenő játékok vannak benne, akkor valahol a nyár eleje közepe táján kell annak a Directnek jönni, ami majd megmutatja az új Zeldát, ami elvileg ősszel érkezik. Azért tartom valószínűtlennek, mert azért itt voltak szeptemberi megjelenések is. Tehát, hogyha ezt a Nintendo mondjuk szeptemberi bezárással gondolta, akkor a Zelda Max ilyen ősz után jöhet, az meg akkor gyakorlatilag így kilövi a nyári megjelenést. Uh-huh. Aztán majd meglátjuk, mert... Na, mindegy. Majd meglássuk, hogy mi van, de igazából a Metroidból sem jött semmi. Metroid 4-ből. Prime 4-ből. Ja, nem. Abból nem. Mert azt szerintem egyébként egy ilyen high hope marad. Előbb-utóbb befejezi a Retro Studio, hát nem hajtja a tatár. Nem. Na, viszont akkor végeztünk a platformokkal, neki megyünk a rövid híreknek, és ezen belül is neki fogunk menni egy kaza érdekességnek. Lesz itt minden Dying Light, Battlefield, Gyűrűk Ura, minden, úgyhogy... Zombis ésszel kezdünk. Ez is zombis. Ott meg a kiadó a zombi. Meg egyre inkább én is. Így a harmadik óra után. Miért vagy zombi? Hát... Amíg ezen gondolkodsz, addig elkezdem. Szóval, jó hír érkezett. Az van, hogy úgy néz ki, hogy megjelenhet idén végre a Dead Island 2. A hányatott sorsú Dead Island 2, ami gyakorlatilag egy generáción keresztül készült. Kevés. Annyi időn keresztül, hát 8 év. 8 év hitegetés és 8 év trélereken csámcsogás után Dead Island 2. Hát ez... Nem tudom, hogy örüljek-e neki. Az a helyzet... Én most őszinte leszek hozzád. Örülsz. A Dead Island 2-nél szerintem a Dying Light az jobb játék volt. A Dying Light 2 szerintem jelenleg mindent nyújt, amit így a Dead Island 1 alapján a Dead Island 2 talán tudni fog. Nem tudom, hogy mekkorát kéne lépnie a Dead Island 2-nek előre ahhoz, hogy... le tudja söpörni a Dying Light 2-t onnan, ahol most van. Mert nyilván teljesen más játékmenet az, hogy nem parkúrozva mászkálsz, mint mondjuk a Dying Light-ba, uh-huh. De azért a Dying Light-nak az oktán számát, ha meg tudja ugrani a Dead Island 2, ebben a városnyi zombik között császkálsz, próbálod őket kicselezni és agyon ütöd őket, úgyhogy most elvileg Hollywoodban fog majd játszódni, ugye amennyit kiszivárogtak. Állítólag igen. Bár hozzáteszem, hogy egyszer már kikerült a Dead Island 2-nek egy játszható verziója kiszivárgott, de az elvileg még a fejlesztő, tehát az első, mert azt hiszem, az most már a harmadik fejlesztő stúdió, aki csinálja, mert már kettő tönkre ment bele, az nagyon egy az egyben ugyanaz volt, mint az előző Dead Island, viszont azóta a kétszer is koncepcióváltás volt, tehát hogy nem biztos, hogy egyébként bármennyire is hasonlítani fog ez az első Dead Islandhez. Hozzáteszem, szerintem nem tudom, hogy miért gondolták azt, hogy most kiadni jó ötlet. Túl akarnak lenni rajta, szerintem. Figyelj, mi az, hogy túl akarnak 8 évig rajta? Pénzelték ezt a játékot, tehát és első lemögött nem egy nagy kiadó áll, hanem így nem is tudom ki a faszom. Deep Silver szerintem. Deep Silver. Jó, hát Deep Silver, Techland, meg az ilyenek, tehát ezek nem azok a cégek, akik a világ pénzét tudják maguknál tartani. Ja nem. Úgyhogy szerintem ezt lehet, hogy úgy vannak vele, hogy ugye azt mondták, az volt a hír, hogy most már benfentes info, nem tudom, Tom Henderson volt, nem tudom kicsoda, hogy most már nagyon jól működik, most már tényleg a polírozás állapotában vannak, úgyhogy
igazából nincs akadálya, hogy idén megjelenjen. Ami simán jelentheti azt, hogy jövőre megjelenik, de nem kizárt, hogy idén. Igen, tehát azt mondják, hogy idén valószínűleg megjelenik. Igen. Már nem tudom, mikor fognak rá találni időpontot, hogy ne ütközzen semmivel. Na és akkor viszont menjünk még tovább, maradunk a zombis témánál. Resident Evil 4 remake. Nagyon zörög az a haraszt. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy ez tényleg meg fog valósulni. Ugye hivatalos megerősítésünk még nincsen Capcom részről, hogy Resident Evil 4 remake-en dolgoznának, nincs. De, mert mikor felnyomták őket, és kikerült egy csomó adat, abban benne volt a projekt is. De az nem bejelentés, nem hivatalos. Nem bejelentés, de létezik náluk a dolog. Igen, jó, tehát nincsen hivatalos megerősítésünk, van egy lista, valakit szertett egy listára, és tudni véli valaki, hogy lesz. Egyelőre ennél a pontnál vagyunk. Nem lista volt, ez konkrétan a forráskodból kerültek ki részletek, amikor beszopták a ransomware-t több más projektnek. De mindegy, nem akarok ezzel lovagolni, csak... Mindegy, Resident Evil 4 remake. Érdekesebb az, hogy kijöttek részletek, tudni vélnek részleteket. Ebből az egyik az, hogy tényleg át fogják dolgozni, tehát nem az lesz, mint az eddigi Resident Evil 4 hozzányúlásoknál, hogy itt lecsapnak belőle egyet, ott hozzádobnak valamit, meg VR, meg kutyafüle, meg mindenféle ilyesmi, hanem tényleg át fogják dolgozni az egészet. Ebből az egyik, amit egészen konkrétan mondtak, hogy az egyik legemblematikusabb része Resident Evil 4-nek, amikor először belépsz a faluba. Addig játszottad te is. Igen. És megütközöl a falusiakkal. Na, ezt most át fogják dolgozni, sokkal félelmetesebb lesz, és éjszaka fog játszódni, szemben a negyedik résznek a nappali alkonyati settingjével. Ez egy érdekes megközelítés, és egyébként nem is áll távol, mert hogyha megnézzük a Resident Evil 2, meg a Resident Evil 3-nak a settingjét mind a kettő este játszódott, tehát ez nem csoda, hogy bele akarják ebben rakni, valószínűleg az engine-nek is jót tesz, úgyhogy valószínűleg nem csak az lesz este, hanem valószínűleg az egész játék éjszaka fog játszódni, de ez már az én hipotézisem. Elvileg, ugye amikor fejlesztették a Resident Evil 4-et alapvetően, akkor 3 vagy 4 prototípus is készült, és amivel szerintem találkozhattatok, meg megtaláljátok a mai napig a neten, az egy sokkal dárkosabb, sokkal horror jellegűbb Resident Evil volt, ami egy ilyen kastélyban, ugye a kastély bekerült végül a Resident Evil 4-be, játszódott, és egy ilyen kampókezű csávó üldözött minket, és menekülni kellett, sokkal dárkosabb volt, sokkal ilyen rémisztőbb, és azt mondták, hogy afelé akarják kicsit átalakítani a Resident 4-et. És egyébként ez, szerintem hozzá kell nyúlni egy dologhoz biztosan. Tehát, hogy szerintem ma már nem tud jól működni a megállok, célzok és lövök féle felütés, hanem ezt úgy egyszerre kéne csinálni. Szerintem ezt egyébként nem is fogják megpresszionálni, mert... Jó, csak az át kell alakítani a játékmenetet, mert ha visszaemlékszel, hogy mindig ez jut nekem is eszembe, hogy futnak feléd a parasztok, ugye izével, vasvillával, meg minden szarral, így fut feléd, mindjárt ott van, akkor felemeled a pisztolyt, és akkor így megáll, és elkezd sétálni. Hát te is mert így volt kitalálva. Te is megállnál, ha valaki fegyvert fog szegezni rád. Úgyhogy addig megfutottam a fegyver felé. Hát én nem látta a fegyvert. Ja, értem. Tehát ez szerintem mostanra már kurva idegestő lenne, úgyhogy ezt át fogják alakítani egy ilyen dinamikus, hát egy olyanra, mint ami volt a Rezi 2 meg a 3 remake-be. Viszont ezzel azért nagyon sok mindent is át kell dolgozni majd a 4-ben, mert ugye az egész, ez volt az egyik első, ami így működött. Viszont vannak még infóink a dologról, hogy mondjuk én erről történetesen nem tudtam. Annyi a lényeg, hogy a kibővítésnek ugye plusz tartalom is kerül bele. De ez úgy lesz plusz tartalom, hogy valójában igazából azok a tartalmak kerülnek vissza, amik az alapjátékban nem kerültek eleve bele. Igen. Így például lesz egy kibővített Edavonk kampányunk. Én bevallom őszintén nem emlékszem arra, hogy az Edavonk benne lett volna a negyedik részben, de mondjuk my bad, tehát 10 akárhány éve játszottam a Resident Evil 4-en utoljára, vagy még régebben, tehát nem tudom, de ez fog kapni egy jelentős bővítést. És még annyi szivárgás volt, hogy ugye a Resident Evil 2 remake meg a 3 remake között egy év telt el. Itt most azért nem egy évvel később kapjuk meg a Resi 4-nek a remake-jét, mert állítólag a Resi 3-nak a visszajelzései annyira megütköztették a fejlesztést, hogy sok mindent előről kezdtek, és ezért csúszik a Resi 3. 4. Bocsánat, Resi 4 remake. Úgyhogy ezzel együtt azt állítja a szivároktató, hogy még idén megtörténik a Resident Evil 4-nek a leleplezése.
Ez könnyen előfordulhat. És valószínűleg, hogyha tartják az eddigi hagyományokat, valószínűleg valamelyik Sony konferencián fog ez megtörténni. Bejelentik és... egybe a felvásárlásra? Én továbbra sem tartom valószínűleg, hogy Capcom az Sony illeti területre tévedne. Másfele mennek. Tehát idén bejelentik, és jövőre megjelenik. Ez a pletyka. Erre érdemes készülni. Tehát... Na de beszéljünk akkor még egy érdekes dologról, ez csak így nagyon-nagyon-nagyon dióhéjban. Nem tudom, nézegettétek-e mostanában a Steamen a pillanat, hogy mi a helyzet a Dying Light-tal. Próbálok direkt úgy kattintgatni, hogy nem, most már visszabillent pozitívba. De azok, én azt, amiről beszélni akarsz, én azt egyébként Metán láttam. Metán? Aha. Mindegy, Metán nehezebb billenteni, mindegy, lényeg az, én a Steamen láttam, hogy volt egy review bombing, de lehet, hogy Metán volt. Mindegy, lényeg az, hogy a Dying Light 2-t azt is szétbombázták negatívra, hogy így szar, úgy szar, amúgy szar, mert hogy a Dying Light 2-ben nincs olasz nyelv. Nyilván ez az itáliai... Szinkron, hát igen. Nyilván az itáliai régiót zavarta borzasztóan, és ettől olyan égtelen haragra gerjedtek, hogy lebombázták. Mi az, hogy nincs benne? Mi az, hogy nincs? Egyébként nem az az első, hogy egy játékot bizonyos nyelv támogatásának a hiánya, vagy részleges támogatása miatt szétbombáznak. Na ennek abszolút nem látom értelmét, tehát ettől nem lesz benne. Most akkor ilyen erőben mi is neki mehetnénk, hogy egyébként magyarul sem beszélnek benne. Állítólag egyébként az zavarta őket, hogy az volt valahol kommunikálva, hogy lesz. De nem lett. Van az akkora régió, hogy érdemes egyébként külön nyelvi támogatást készíteni rá? Már olyan szinten, hogy leszinkronizálni mindent? Szerintem meg fogják csinálni egyébként. Akkor a kurva nagy siker a Dying Light, hogy utólag hozzá fogják csapni, gyanítom. De vagy nem. Vagy pont azért akkora sikert le fogják szarni. Látszik, hogy a kritika senkit nem érdekel, különben akkor átment a Dying Light PC-n, mint ide a lacháza. Gondolod? Nem, mondták és volt erről valahol cikk. Úgyhogy azzal nem lesz probléma. Viszont beszélünk egy olyan játékkal, ahol viszont van probléma, méghozzá nem is kicsi probléma. Battlefield 2042. Egyre többet beszélünk arról, hogy hát ég a ház a Battlefield házatáján, valami irítálja az orromat, basszus. Hogy, biztos a Halo. Az, hogy az EA is nyilatkozta, hogy nem jól szerepelt a játék, a DICE is bénázik a frissítésekkel, és a lényeg az, hogy megindult egy kezdeményezés, petíciót írt valaki, vagy valakik, hogy írják alá 150 ezeren a szóban forgó petíciót, és akkor majd jóság lesz. Na most jelenleg ez a Change.org-on futó petíció most tart, hát 159 ezernél. Na most azt, hogy ezt a 159 ezer aláírást helyén tudjuk kezelni, ehhez tudni kell, hogy 100 ezer peak játékosa volt a Battlefieldnek csúcsidőszakban a Steam mérése alapján. Akkor az is visszakéri a pénzét, aki meg se vette? Hát, hogy aki konzolon játszotta, és nem mérte a Steam chart. Ja, értem. Na most, azért érdekes, mert hogy azzal jöttek, hogyha megvan a megfelelő mennyiségű aláírás, akkor csoportos keresetet fognak benyújtani a Battlefield fejlesztői ellen. Kurva érdekes a kezdeményezés. Emlékszel, hogy múlt héten pont azt pedzegettem, hogy az a borzasztó, hogy a játékosoknak nincsen meg az az önérzetük, hogy oda menjenek a kiadóhoz, és azt mondják, hogy basszátok meg, ezt nem lehet velünk lenyeletni? De a CP-nél ugyanez volt. Mm. És igen, szerintem én ennek kurvára örülök. Rohadtul örülök. Igenis, kapják meg az első pert a nyakukba, legyenek következményei ezeknek a dolgoknak, mert nem fog semmi változni. De ennek hiányában, hogyha ennek nincsen szemmel látható és a pénztárcájukon érezhető hatása, ha más nem az, hogy össze kell hívni a jogásztestületet, hogy valamit találjunk ki, mert bazd meg, ezek ki fognak perelni a zsebünkből 6 millió dollárt, most mondtam valamit, az akkor is kurva gáz. És főleg ennél még veszélyesebb, hogy ez precedens teremhet, ez főleg egy olyan régióban problémás, ahol a precedens jog él. Szóval... Azzal egyetértek, hogy jó, hogy vannak ilyen kezdeményezések, aztán, hogy ez végigmegy-e, vagy
hogyan megy végig, tehát hogy én ezt sem értem, hogy most oké, hogy aláírják ennyien ezt a petíciót, igazolni kell ott, hogy neked te egyébként megvetted a játékot, ha ez így van, és végig megy a per, és akár meg is nyeri, akkor hogy osztják vissza a pénzt azoknak a játékosoknak, akik mondjuk aláírták a petíciót. Mondom, hogy szerintem nem a pénz a döntő, hanem az, hogy precedens teremtenek ezzel, és ezt el akarják szerintem kerülni. Szarjátékért kész visszatérítés, Zoli. Hát ha a Steamen vetted meg a játékot, akkor x óráig kaphatsz visszatérítést. Nem. Nem igaz. Erre nem élt. Én kértem refundot erre, és nem kaptam meg. Igen. Aha. Úgyhogy szerintem, szerintem egyébként ezt provokálta ki nagyon sok embernél, nem vagyok nem lennék meglepve, mert ugye PlayStation-ön sem tudod visszakapni ezt az összeget. Én próbálkoztam. Mondjuk ott semmiért. És ott semmiért. Úgyhogy én el tudnám képzelni azt, hogy hasonlóan, mint ahogyan a CD Projekt Red a Refundot, azt... Mondjuk azt, hogy ők hogy kezelték azt... Jó, arról sokat beszélgettünk, de egyébként én lehet, hogy erre beütemezném a Battlefieldnél, és úgyis el kell engedni ezt a játékot, mert ezzel csak a baj van. És ugye a Halo példáján keresztül érzékeltettük, hogy itt hogy egy rosszul startolt játékon nem fog segíteni a free-to-play válás sem, pedig a Halo nem startolt annyira rosszul, mint a Battlefield 2042. Abszolút egyetértek abból a szempontból, hogy igen, emeljük fel a hangunkat, és jelezzük a kiadó felé, hogy fuck this shit, tehát hogy kapjátok be. Bocs, miért pont azok a játékok a legbugosabbak, aminek szám van a nevében? Mert egyik sem elég nagy szám. Imádom a csetet. Ugyanakkor meg senki nem álltott izzó vassal senki mellett, hogy meg kell venni megjelenéskor a Battlefieldet. A Battlefield 2042 problémáiról már lehetett tudni megjelenés előtt is, de ha vár valaki vele egy-két napot, egy nap alatt tele volt az internet azzal, hogy ez mekkora rakásszar. Aki utána, tehát én azt mondom, hogyha valaki mondjuk egy hónappal megjelenése után vette meg a Battlefield 2042-t, amikor már ezer helyről értesülhetett arról, hogy ez egy rakásszar, annak kurvára nem adnám vissza a pénzét. Jó, ez az egyik olvasata a dolognak, de másik oldalról az ne a játékosnak a hibája legyen már, hogy a kiadó nem tike, meg a fejlesztő nem képes letenni az asztalra egy legalább decens szintű videójátékot. Az nem erről van tehát szó. Ez hadd ne legyen már egy védhető álláspont, hogy hát szar a játék, de hát ezt az első két vásárló visszajelzés alapján tudhattátok volna, hogy rakás szar. Jó. Egyébként ugyanarról a közösségről beszélünk, tisztelet a kivételnek, itt most nem a chatről, meg nem a játra. Nem rólatok azt, hanem mindenki. Mindenki másról, mindenkiről, aki nem néz minket. Nem mondom, hogy tudod, ugyanez a közösség szokta mondani azt, hogy addig nem ítélhetsz el egy játékot, amíg végig nem játszottad. Hát kurvára remélem, hogy mindenki, aki hisztizik a Battlefield miatt, legalább 50-es szinten van. Ja, ennyi erővel akkor. Tehát akkor ez visszafele, de igaz, nem mondhatod, hogy a vödör szarra, hogy nem jó az íze, amíg nem ütötte az aljára. Igen, meg. Azért mondom, hogy azért a játékosokat se kell félteni, ők is tudnak baromságot beszélni. Persze. Elmondom, hogy kellenek a precedensek a kiadónak, például egy csoportos kereseti performájában, és egyébként kell a precedens a játékosoknak is, hogy igenis vegyenek meg teljes áron rakás szar játékokat. Erre mondják, hogy tanulópénz. Ez a klasszikus példája a tanulópénznek. Ja. 100 óra játék után jó lesz. Tehát ez olyan, hogy megkapod a szurit, egy fél óra múlva már nem érzel semmit. Ez az érzéstelen. Vannak ilyen játékok egyébként, de ez nem az. Ha elég ideig rángatod, egy idő után már nem érzed. No. Most beszéljünk a rabokról. Mit szólsz hozzá? Jó van, beszélj a rabokról. A szaudarábiai befektetési alap, vagy más néven a rabok. Megvettek most elég nagy rész... És azt elég sok pénzt fektettek most így a gamingbe is, egész konkrétan a Capcomba és a Nexonba. Egyébként sok helyen rosszul hozták le a hírt, mert azt mondták, hogy $1 milliárdért vettek részesedést a Capcomba, ez nem igaz. Az $1 milliárd befektetésüknek egy része volt a Capcom, azt hiszem 5%-os bevásárlása, de 330 milliót toltak, a többi a Nexonba ment, ami egy koreai kiadó. Maple Story-t ők adták ki, tehát általában ilyen multi-orientált játékokat adnak ki. Egyébként
ők még így beállhatnának a Microsoft mellé, mert ugye ez a szaúd-arábiai befektetési alap, ez nem kis pénzzel gazdálkodik, tehát ők gyakorlatilag mindenféle dologba fektetnek egyébként be. Ez azért van, hogyha majd egyszer elfogy az olaj, akkor azért legyen még pénz másból. 500 milliárd dollár fölött rendelkeznek. Tehát, hogy abba úgy mondjuk beleférne egy pár Activision Blizzard is. Nyilván ők nem fognak ilyen... 500 milliárd dollár? 500, vagy 500 millió dollár? 500 milliárd. 500 milliárd dollár. 500 milliárd dollár. Hát az még a Microsoftnak a radarján is megakad. Hát a Microsoft 2200-at ért, tehát. És az egyik legnagyobb vállalat. Úgyhogy ja, egyébként ez lehet, hogy azért is volt most így, mert ugye egyre többször hozzák szóba ezeket a kiadókat egyébként felvásárlásokkal. Tehát ha most, nehogy Isten, most a Capcomot behúzná mondjuk a Sony, akkor nyilván már most drágábban tudná, és abból mondjuk a befektetési alap profitálna nagyon hamar nagyon sokat. Úgyhogy lehet itt is konteózni, hogy akkor ez előre vetíthet egy ilyen fajta dolgot. Én azt nem gondolnám, de... Jó, hát nem én fogom elhappolni előlük ezeket a lehetőségeket, a legfeljebb levegőt tudok venni. Igen? No. Megyünk tovább. Figyelem, hogy meg mikor tudnak megakasztani a gondolatmenetet. Folyamatosan. Van, hogy segítség se kell, megy az egyedül is. Igen, te így magadtad is megakadsz. Pedig a harmadik óra után már megszoktam. Van, hogy az első óra után, vagy előtt. De múltkor valaki feldobta, hogy kéne egy ilyen counter ide alulra, hogy mikor Zoli kiakaszt valami fassággal. Na most az úgy indult, hogy régen a reflektoroknál nagyjából a harmadik óra után kezdett ez megtörténni. Utána ez így csökkent. A múltkori reflektorban már az ötödik percnél elértük ezt. Most elárulom nektek, ez megtörtént fél órával adás előtt. Tehát, hogy még csak beszéltünk arról, hogy majd miről fogunk beszélni, és ez sikeresen elérte nálam. Bevallom, azért igyekszem. Hát tudom. Na jó. Jövő héten már hétfőre kiakasztasz. Na beszéljünk arról, hogy beszart a Google konkrétan, ez így szerepel a sheetünkön, hogy beszart a Google. Meg van mellé más is írva. De az nem ide tartozik. De pontosan ide tartozik, egyébként az a hír. Na mondjad. Ez csak ilyen clickbait. Szóval beszéljünk egy kicsit a Google-ről, és beszéljünk egy kicsit a Stadia-ról. Hát egész konkrétan az történik, és azt nem lehet szebben mondani, hogy azt a Stadia-t, amit amúgy se nagyon, tehát ami nem ment amúgy se nagyon, ahhoz képest, hogy mint a gaming jövője, így jellemezték. Igen, nagyon sokáig ez volt a körítés, meg a hozzátársított képzet. Igen, azt most így konkrétan elásta a Google, tehát azzal, hogy megindult ez a third party stúdiók per fejlesztőknek a felparcellázása a Microsoft és a Sony között, ez ugye azt mondja maga után, hogy ugye a Stadia alapvetően arra épített, hogy az ilyen Activision Blizzard, meg hasonló kiadó Ubisoft hasonló játékokat fogja streamelgetni, és hogy ez milyen jó lesz, mert most amúgy is chip hiány van, meg drága, ugye most PC-t is összerakni, meg minden, hogy menni fog a cloud gaming, és ez milyen jó lesz, és akkor a Stadia ott lesz, és majd ezt a piacot lefelőzi, csak nem nagyon maradt játékuk. Tehát azzal, hogy itt szépen szétosztogatja egymás között a piacot, a Sony, a Nintendo ugye külön utakat jár, meg a Microsoft, így az amúgy is beszükült játék felhozatalat, ami Stadia-n elérhető volt, tehát olyan platformról beszélünk, akik megvették maguknak exkluzívnak az Orcs Must Die 3-at például. Ezek voltak a húzó címeik. Ugye akartak ők játékot is fejleszteni, de odáig nem jutottak el, mert felhasználták a stúdióit is. Most ilyen, tehát nem vallotta be a Google, hogy teljes mértékben feladta a Stadia-t, viszont jól megmutatja azt, hogy ilyen szobabicikliknek a pályáit streamelik, meg hasonlókat. Tehát, hogy Google, mi az Isten, Google Stream név alatt a Stadia-nak a felhős kiszolgálását, ezt például erre használják, hogy az egyik ilyen szobabicikliket gyártó céggel leszerződtek, és akkor arra streamelnek tartalmat. Ez jól megmutatja. De nyugodtan eláshatjuk a Stadia-t. Ez amikor nem jelentett be, hogy megszüntettél egy szolgáltatást? Igen, gyakorlatilag. Nem ismered el?
Nem ismered el, hogy megszüntetted. Ja, hát ez egyébként csak időkérdése volt. Tehát szerintem a Stadia már alapvetően halva született. Egy olyan piacra próbált betörni, ahol semmi létjogosultsága nem volt. Tehát sokkal régebb óta ott lévő szereplőknek sem sikerült ez minden esetben. És nagyjából szerintem, aki cloudon akar, tehát felhőben akar játszani, azt a Microsoftnak a saját cloud szolgáltatása, meg az Nvidia-jéhez le is fedi. Én változatlanul úgy gondolom, hogy én pontosan értem egyébként, hogy sokan úgy tekintenek a cloudra, mint egy ilyen jövőben mutató Eldorádóra, hogy igen, ez annyira fancy és annyira univerzálisan hozzáférhető, nem vagy kötve a tévéhez, nem vagy kötve a home konzolhoz, sőt igazából még konzolhoz sem vagy kötve, bárhonnan elérhetsz bármit, és én nem tudom, tehát én nem látom magam előtt azokat az embereket, akik... Jó, bocsánat, máshogy fogalmazok, ez tuti, hogy ez nem nekem szól. Én ebben egészen biztos vagyok, hogy ez nem nekem szól. Valószínűleg valahol odakint létezik egy kurva nagy tömeg, aki öl azért, hogy a reklámban látott módon elindítja mondjuk a Last of Us-t, és éppen jönne a boss, de akkor kell lemenni a otthonról, és akkor leteszi a PlayStation-t, és akkor a PlayStation Now-ról elérésével folytatja, és ez neki egy kurva kényelmes dolog, mert nem akarja abba hagyni a boss legyőzése előtt, vagy mondjuk egy Elden Ringnél, vagy egy Dark Soulsnál, vagy egy Sekiro-nál, vagy akárhol. Ott mondjuk szerintem pont beüt a késleltetés. De... Egyébként érdekes, azt hallottam, hogy valaki játszotta a Bloodborne-t PlayStation Now-ról, mobilról, és semmi rétenszi nem volt. Valamelyik kommentben olvastam, itt talán pont reflektor alatt, vagy egy másik felület alatt. Tehát elvileg, hogyha egy ennyire latency kényes játéknál ez nem üt vissza, akkor nem hiszem, hogy ezek ilyeneket rengető. Normális net hozzáférés kell, tehát nyilván nem egy 3G-s felületen kell ezt nyomni. Hát szerintem borzalmasan szarul promózta a Stadiát a Google, meg az egész hozzáállás olyan fura volt. Igen. Tehát ez megint a semmiből akartak piacvezetők lenni. Google-nek egyébként kibaszott kurva sok ilyen projektje volt, amit utána nagyon-nagyon hamar lelőttek. Pont ez volt az, amivel egyébként őket elővették még a Stadia projektnek a hajnalán, hogy akkor mondták, hogy ezzel nagyon-nagyon hosszú távra terveznek, és ezt erők, mint a jövőként tekintenek, és akkor hívták fel figyelmüket, hogy van egy oldal, ami ilyen rohadt nagy listát gyűjt azokról a projektekről, amiket a Google a kezdete óta lelőtt. És nagyon-nagyon agilis projektek vannak köztük, most egyet sem fogok tudni mondani, de amikor végignéztem rajta, akkor azért több is volt, ami megütött a fülemet, hogy tényleg bakker, ez is volt, meg ez is volt, ez is hát ott van az okos szemüvegük például. A Google Glass. Google Lens például, ami most így hirtelen eszembe jutott. Google Plus, igen. Azért mondjuk nem kár. Nem, egyikért csak kár egyébként feltétlenül, csak látszik, hogy elindulnak bizonyos dolgok, mert a Google Glass egyébként mutatott volna például a HoloLensnek a sorsára, ami utóbbi szintén nem került kereskedelmi forgalomba, viszont vannak olyan vannak olyan ipari környezetek, ahol használják, és ott működik a Google Lens, ezt nem tudod elmondani. Ez igaz. Tehát itt látszik, hogy vannak olyan dolgok, amiket így... Meghaladta a korát. Azt igen. Na, de szerintem elengedjük is el a Google-t, és menjünk kicsit tovább. Amit még elengedtek, beszéljünk egy olyan dologról, jogokat engedtek el. Érdekes, hogy kikerült, és a nagy kollektív térben keringenek jelenleg a Gyűrűk Ura jogai. Mind a játékoké, mind a... Tehát igen, a Tolkien-i. De ezeket miért? Ettől miért váltak meg? Nem megváltak, hanem lejárt a Warner Bros-nak a licensze. Tehát miután X ideje nem gyártottak belőle tartalmat, ezért visszaszállt a jogtulajdonos, tehát a Tolkiennek a leszármazottjaira. Visszakerültek a jogok. Nem minden jog, ugyanis tehát most megvásárolhatok például a filmes jogok, tehát ugye, ahogy a Amazon le is egyezett valamelyest, mert ugye a sorozatot ők forgatják, a filmes, játékos, könyv jogok, ilyesmik, viszont az eredeti filmnek a jogai, tehát amit ugye a VB kiadott annó, a trilógia, meg a Hobbit, azoknak a karakterének a joga az ott maradt. Tehát ezt úgy kell értelmezni, hogyha valaki mondjuk most megveszi a jogokat, hogy Gyűrűk Ura játékot csináljon, akkor a Peter Jackson filmek jogait nem kapja meg. Akkor nem kapja meg, de ezt úgy kell értelmezni, hogy benne lehet Aragorn, de nem nézhet ki úgy, mint a filmben. Na, hát akkor fekete lesz. Mármint a haja. Igen, végül is. Úgyhogy nem tudom, ki vannak a licenszjogok. Kíváncsi leszek egyébként, hogy ki húzza be őket. Ugye azt már tudjuk, hogy az Amazonos sorozat az készül.
videójátokról is tudunk, mert készül a Gollum, ami szerintem a égvilágon senki nem kérte, hogy annak a játék... Annak nem kellett volna már megjelennie? Vagy sompolyog valahol? Mockaszkis. Szompolygot? Nem tudom. Megadom őszintén, nem követtem élesen a Gollum játékot, mert kurvára nem érdekel. Általában a Gollum szokott követni másokat. Ez is igaz. Nem tudom, ez hogy fog megjelenni. De ottkor voltak belőle már ugye gameplay jelenetek. A játék nem néz ki rosszul. Továbbra sem értem, hogy Gollum főszereplésével hogy lehet olyan játékot készíteni, ami érdekes valamelyes, de majd biztos nem cáfolnak. Lehet, hogy csak nem nekem szól. Nem. Mert ezek például jót mentek a... Mi volt ez most az utolsó kettő? Booty Platform Lord of the Rings játék. Shadow of Mordor. Shadow of Mordor, meg annak a folytatása. Shadow of War. Igen. A Shadow of War. Azok jót mentek. Bár ugye az más időszakot dolgozott fel. Meg egy időben ebből rengeteg játék készült, nem csak a filmek alapján. A film alapján készült játékok sem voltak rosszak, de ott volt a Third Age, anno, akkor a Conquest, ami így eszembe jut, a Battlefront, Middle-earth-ök, mondjuk ott például pont a játék, vagy a filmnek a karaktereit vették át egy kinézetre. Mi volt még? De ja, egy időben nagyon sok. Hát főleg, amikor még ez a gyűrűkora láz pörgött. War in the North, igen, az is. Egy kicsit úgy vagyok ezzel a gyűrűkora témával, hogy így nem tudom, hogy mit lehet ebből még kihozni. Igazából, hogyha van ebben még olyasmi, amit pusztán csak az írói szándék és akarat tud hozzácsapni ez a világhoz, akkor erre választ kell kapnunk a közelgő Amazonos, vagy Amazon Prime-os lesz az új sorozat? Amazonos. Amazonos. Ring of Powers. Rings of Power. Hatalom gyűrűi? Lehet. Jó vagy. Lehet. Engem nem mozgat. Valahogy nem. Nekem, én imádtam az izéket, az eredeti trilógiát én imádtam, a Hobbitot megnéztem inkább, de úgy nekem az úgy gyűrűkurából annyi elég volt. Elolvastam a könyveket, és így ebből mit lehetne többet kihozni, nem tudom. De tudna egyébként valaki olyan folytatást írni mondjuk hozzá? Hát elvileg ez most arról fog szólni, hogy Sauron felemelkedése, a gyűrűk elkészülte, minden idők legdrágább sorozata. Jó, hát Jeff Bezosnak van mit a kenyérbe aprítani, úgyhogy... Jó, hát... Kijönnek még ilyen majd dolgok. Ránézek, de ez nálam például olyan, mint a Witcher előzmény sorozat, az is ennyire hidegen hagy. Na, hogyha már arról beszélhetünk, hogy Balázs milyen sorozatokat kapcsol ki, akkor beszéljünk arról, hogy mi volt még kikapcsolva. Oké. Ezekre az átkötésekre figyelek. Ja, azt látom. Másra se figyelsz. Ugye beszéltünk róla múltkor, hogy... Ja, azt láttad, valaki bekommentelte, hogy ezek tuti dugnak. Reflektor alá. Nem tudom, mert valahogy ezek között átsiklok. Végig mehetünk ezen a pár érem még, ezt nem felülöm. Jó van. Beszélhetünk bármi másról. Hát nincs olyan sok hátra. A türelmemből biztos. Szóval... Bocsánat. Vörös a fejem, ezt nagyon nem kéne. De ha már vörös a fejem, beszéljünk, hogy kikapcsolva maradsz, szóval szóval múltikor. Beszéltünk a múltkor arról, hogy ugye egy sérülékenység miatt, ami a Souls játékok multiját érinti, kikapcsolták a PC-s verzióból a multit, tehát úgy a remasterből, mint a második részből, meg ugye a harmadikból, és most megerősítette egyébként a Bandai, hogy az Elden Ringből ezt sikerült kiszedni, tehát ott kijavították ezt a hibát, az el fog rajtolni a multival együtt, ugye nem sokára, pár héten belül. Viszont a régebbi részek tulajdonosaidnak még a türelmét kérik, ugyanis, és csak a PC-s verziót érintően, az még nem lesz kipecselve egy darabig, tehát most ezeknél nem lesz elérhető a multi. Azt mondták, hogy rögtön ráfordulnak, amint az Elden Ring megjelent. Tehát valószínűleg tartom egyébként, hogy ott már megtalálták a hibát, úgyhogy egy másfél-két hónap max. Viszont addig nem, a PC-s, és mondom, ez csak a PC-s verziót érinti, ott nem lesznek elérhetőek a multiplayer funkciók. Kivéve az Elden Ringet, abban már működni fog. Úgyhogy igazából ennyit akartam elmondani. De ez jó, ez hasznos. Legalább tudjuk, hogy miért nem működik a Souls játékok multi a PC-n. De igen, meg kikapcsolták. Ez ennyi volt.
Nem, hogy ezt a remote code execution, tehát a távolról való kódfuttatásnak a lehetőségét javítják, ami egy ilyen hiba, ami benne maradt a netcode-ba. Na. Na most itt van egy hír, ami nőrjönkedsz, akkor ezt odaadom nekem. Nem fogok örjönkedni. De egyébként mindenképpen egy érdekes dolog, és ezen álljuk, parkoljunk meg egy pillanatra ennél. A Take-Two-nál konkrétan Strauss-Zelnick elnök nyilatkozta sok egyéb mellett, hogy a GTA Trilogy, hogy volt ez, GTA Trilogy the Definitive Edition, ugye? The Remastered, a hosszú nevű GTA Remastered. Tehát rossz emlékű kollektív kiadás, San Andreas-szal meg mindennel. Az eladások meghaladták a Take-Two elvárásait. Várakozáson felül teljesített a... Azt hiszem 10 millió eladott példányszámot mondtak, de ezt mindjárt megnézem neked. Bennem ez két dolgot vetett fel. GTA The Trilogy The Definitive Edition, köszönöm Alcatraz. Bennem ez két dolgot vetett fel. Hát egy. Ha rosszul szerepelt, mondjuk, a piacon, amit egyébként szerintem egy ilyen játéknál úgy azért logikus lenne, akkor milyen alacsonyak lehettek az elvárások ezzel a játékkal szemben? Ha viszont nem tudom, miért volna a másik szempont, az a baj, hogy kavarogok az a nézőpont a fejemben. Nem én akasztottad. De nagyon néztél. De. Arra akartad kivezetni, hogy gyakorlatilag vagy rohadt alacsonyak voltak az elvárások ezzel szemben. Igen. Vagy pedig konkrétan ezek voltak az elvárások. Tehát őszintén szólva kiadnak egy ilyen játékot, és igazából így. Én nem tudom megérteni ezt, bazd meg. Figyelj, szerintem itt az volt, és azért tudom elhinni, hogy tényleg felülmúlta az elvárásokat, mert azok alapján, ahogy kinéz a felújítás, ahogyan sikerült, és azt tudjuk, hogy sikerült fosul. Igénytelen szar lett. Bocsánat. Szóljon le. Láttam, itt nagyon sokan mentegették már, hogy már nem olyan szar, már javították, igen. De egy olyan korszakban, amikor 10 éve van a piacon a GTA 5, a Rockstar emellé kidobott egy Red Dead 2-t, ami nem lett rossz, de túl sok minden mellette nem foglalkozik. A GTA 6-nál szenvedés van, és úgy alapvetően ez kivonják a régi részeket az összes platformról, majd egyébként visszakoznak. De mindegy, tehát azt mind hozzátesszük, akkor de igen, ez kurva szar minőségben jelent meg, és egy összehányt fos volt az egész. Szerintem ugye az alapján lőtték be az elvárásokat, hogy mennyit költöttek rá. Ezen rohadtul látszik, hogy erre nem költöttek sokat. Ez zseppénzből készült, és úgy voltak vele, hogyha elmegy belőle 30 darab, már visszahozta a fejlesztési költséget. Nagyjából. És főleg azok után, szerintem még azok után módosították is az elvárásokat, hogy valószínűleg ezt azért látták kiadás előtt, és akkor így azt mondták, hogy jó, hát ha eddig mondjuk 1 milliót akartunk akkor ebből eladni, akkor az előzetes visszajelzések, meg minden, meg a playtesting alapján, ezt lőjük be inkább mondjuk 50 ezer darabra. Nyilván nem ennyire alacsony, tehát ennél magasabbra, de én tökre hiszem, hogy nem számítottak rá, hogy ebből 10 millió darab el fog menni. Hozzáteszem, abszolút meg is értem, mert ebből az, hogy ennyi elment, ennél klasszisokkal sokkal jobb játékokból nem fogy töredéke ennyi se. Amiben több effort volt, amiben belerakták mondjuk a fejlesztők a szívüket, lelküket. Tehát ha ennyi elment volna a Guardians of Galaxy-ból, szerintem a Square összepossa magát, és abban a játékban azért volt munka rendesen. Ebben nem volt. Ez egy összeállt fos volt. Amit megvettek 10 millióan, tehát akkor igazából megint nem a Rockstart kell hibáztatni, ők kielégítenek egy piacot. Csak zöld tudat adtak ennek a projektnek. Nem az üzleti, megvettük. Nem az üzleti oldalával van problémám, viszont azért, hogy feltennék egy kérdést, tehát lehet ezen a piacon úgy igazán bukni? Lehet, persze. Tehát úgy értem, hogy úgy bukni, hogy mondjuk az magával ráncsan egy franchise-t. Régen volt erre példa. Ma már lehet egyébként olyan minősítetetlen szarállapotban játékot kiadni, hogy nem csak, hogy ne menjen vele a stúdió, de még egy második részt is megérjen a játék. Tehát tényleg lehet, pakliban szerepel bárhol ilyesmi? Szerintem igen. Mert az, hogy mondjuk a Square Enix kiad egy Avengers játékot, és kurva szar, tehát ha valami, az kurva szar volt. És gond nélkül kiadtak utána egy ugyanúgy Marvel játékot, Guardians of the Galaxy-t. Szerettem meg minden, köszönöm, viszont nem volt a két játék minősége egymással, csak úgy
Pazd meg, hogyha ekkorát bukok, én lehet azt mondom, hogy oké, okay, akkor ezt hagyjuk ez a téma, ezt így felejtsük el, akkor fókuszáljuk a következő Tomb Raiderre, vagy csináljunk inkább egy Deus Exet, de ezt hagyjuk, mert ez kurva nagy zakó volt. GTA. Láthatták volna, hogy a Ubisoftnál, hogyha egy ilyen minőségű Prince of Persia-t tesznek le az emberek elé, akkor azt mondják, hogy hú, nem. Tudod, mi oda teszembe? Ha azt a kurva Prince of Persia-t ebben a minőségben kiadták volna, ugyanúgy megvették volna az emberek. Valószínűleg kurva jól fogyott volna. Hisztizik itt mindenki, bazd meg, hogy szarul néz ki. Nem tudom, hogy szarul. Feltételezett, hogy egyébként nem abban a minőségben fog megjelenni. Ja, csak hagyják, hogy előjön a szar. Aztán kiadják ugyanazt. Nem az a baj az embereknek, hogy szar van a budiban, hanem hogy itt van a budi ajtó. Halálkom, olyan, nem, senkit nem zavar egyébként. Egyébként meglepően hasonlóan fosul néz ki a Prince of Persia remaster, amennyit láttunk belőle, mint a GTA. Uh-huh. És hasonló ázsiójú emberek is fejlesztik. Mondjuk, de mondom, itt szerintem nagyon egyszerűen arra vezethető vissza az egész, annyira kurva kevésbe került ez a remaster trilogy, hogy nem tudtak volna vele bukni. Őszintén szóval, hogy neked van egy olyan kiemelt branded, mint a GTA a Take-Two-nak, te azt odaadnád dékkazal fakezű hülyének, hogy valamit csináljátok belőle, egy a szempont, hogy olcsó legyen? Zoli, de most őszintén, ha viszont, persze. Ha viszont igen, persze. Akkor miért van még a GTA, ami mindig a Rockstar-nál? Miért nem adják ki az egészet egy pár indiai vendégmunkásnak? Honnan tudod, hogy nem ez zajlik a háttérben? Itt van, tessék, GTA 5-ből 160 millió ment el. Erre mondtam ugye, hogy az elmúlt, mit tudom én, hány hónapban 5 millió GTA 5-öt eladtak 10x évvel a megjelenés után, vagy 19 évvel a megjelenés után. Tehát ezek a vásárlóid. 5 millió ember töltötte be a 18. életévét. Tehát nekem ez ezt jelenti. Ezek a vásárlóid igazából te megerőltetnéd magad? Valószínűleg, ha 10-szer ennyit költöttek volna a GTA Remastered Trilogy-ra, se ment volna belőle több. Pont ugyanennyi ment volna el. És ugyanaz van, mint a Cyberpunknál, hogy megy a sírás, az emberek megveszik, a kiadó meg leszarja. Akkor inkább azért kéne hálásnak lennünk, hogy a GTA 5 még fut? Nem, az fog, mert emeli a pénzt. De abban is lehetne sokkal több dolgot belerakni, sokkal jobban foglalkozni vele. Hát azért megnézed, a Destiny 2 nem fut ennyi ideje, de abba folyamatosan pakolják a tartalmat. De minek? Igazából ebből kiindulva minek? Hát igen, egyébként lehet, hogy... Tehát tök felesleges ebben, mit tudom én, DLC-ket, meg nem tudom miket mondjuk nagy ívben belerakni. Lehetne azt mondani, hogy a következő mondjuk addon, az tartalmaz mondjuk egy kabátot, meg egy pár cipőt, meg mondjuk két napszemüveget, mert láttunk erre példát ugye más játéknál, és azt mondjuk, hogy kiadjuk, és részünkről frissen van tartva a tartalom. És nézd meg, egyébként nagyon sokan hálások az ilyenekért. Én kurvára nem örülök annak, hogy ez egy mainstream hozzáállás lett. És a GTA tényleg, ami a AAA játékfejlesztésnek az egyik égköve, nem is korona ékszer, hanem égköve, az meg ma ott tart, hogyha a régi patinás címeket fel kell újítani, akkor kiadják egy pár indiai vendégmunkásnak, és ezzel nem az indiaiakat akarom bántani, hanem a minőséggel szemben támasztott igényeket próbálom valahogyan így keretezni. Az bazd meg, tehát... És nem ők az egyetlenek. A Prince of Persia-nál, amit előbb említettem, ugyanez van. Ezt addig fogják csinálni, amíg az emberek megveszik. Mert ha nem veszik meg, akkor nem ez fog. És ez a problémám, az emberek megveszik a szar GTA-t, az emberek megveszik a szar Battlefield-et, az emberek megveszik a szarul sikerült Cyberpunkot, az emberek megveszik a Fallout 76-ot, mert igazából nincs önbecsülés közel. De van, azért valakinek van. Valakinek tehát, van. Egyébként milyen érdekes, hogy az Electronic Arts-nál is akkor váltottak, aztán most megint ugyanott vannak a Battlefield-el, de ugye, ha visszaemlékszel, a nagy Battlefront botrány után hirtelen elkezdtek történetorientált Star Wars-ot fejleszteni, meg a Respawn kapott több ilyen projektet. Ott akkor volt egy ilyen váltás. Elindult az EA Originals, ami jobbnál jobb játékokat termel ki magából. Emellett azért megtartották például a Battlefield-et, amivel ugyanúgy belefutottak a csatafaszba, de ha ott is most sikeresen végig megy a per, hidd el, hogy a DICE kurva életben. Nem, hogy a DICE az ilyenben, senki más nem fog most oda nyúlni a... Én tudod, mit vizionálok? Ha az ott végig megy, és végig fog menni, és már ugye most bukó, anyagilag is a BF, mert azért az anyagilag is bukó, főleg így, ha visszakérik a pénzt. Tudod, mit fognak visszahozni? Fognak csinálni egy
6-8 órás vagy 10 órás kampánnyal egy Medal of Honor-t, és most kidobják addig a Battlefield-et a picsába. Az biztos, hogy a Battlefield-et most le fogják ültetni, de tudod mi a fura nekem, hogy az EA, maradjunk vagyok az Electronic Arts-nál, bár a Take-Two-tól nyergeltünk át, de tök jó ez a példa, hogy egyik oldalon azt mondják, hogy a Battlefield Battlefront 2 után nem csinálnak Battlefront 3-at, hanem a DICE akkor most hegeszti a Battlefield-et. Minek? A Battlefront-nak legalább csak egyetlen komoly problémája volt. Az működött. Igen, az legalább mint játék működött. A lootboxokkal voltak problémák, de egyébként, mint a core gameplay, az működött. Igen. Tehát arra legalább lehetne építeni egy live service Battlefrontot, de nem, nekik a Battlefield-del kell szórakozniuk, amit nem tudok össze. Múltkor volt egy hír, hogy olyan kurva kevesen játszanak, hogy múltkor egyetlen ember hostolt magának egy mappot. Tehát így, én nem értem, tehát... És ezért vetettem fel múlt héten, hogy olyan, mintha ezek a cégek egyébként nem akarnának pénzt keresni. Az például, hogy a Rockstarnak kurvára bejött ez a GTA The Trilogy The Definitive Edition, ez ugyanezzel a lendülettel meg is bukhatott volna. Ez egy hazárdjáték volt, olcsó, de hazárdjáték. Nem. Zoli, tehát nem tudod elképzelni, hogy ennek valószínűleg milyen alacsony bekerülési költsége volt. Ebben hazárdjáték semmi. Ezért mondtam, hogy ennek az egyetlen érve amellett, hogy ne bukjon meg, csak az volt, hogy kurva alacsony volt a bekerülési költsége, de ettől eltekintve ez egy hazárdjáték volt, mert ez benne volt, ezt le fogja rántani mindenki a faszba, és mindenki lerántotta a faszba, mert ez egy szarból sikerült Definitive Edition, és még olyan van a pofájuk oda tenni, hogy Definitive Edition. És látod, megvették 10 millióan. Annyira biztos. Meg, ez, és egyébként az, hogy 10 millióan megveszik, ez nem azért van, mert olcsó volt a fejlesztése. Ez ebbe a minőségbe kerülhetett volna vagyonokba is. Ez nem azért érült meg, mert olcsó volt. Ez azért érült meg, mert 10 millióan megvették. Ebben ez a kurva ijesztő. Mert ez, úgy, ez nem megtérő, Zoli, ez szerintem a gyártási költségének a százszorosát, ha nem többet hozott vissza. Ha ez fél millió példánynál hozta volna vissza, és azt mondják, hogy profitot termelt, akkor azt mondom, hogy van meg olyan alacsony bekerülési költségek, hogy igazából te meg a szomszédot megveszitek, és már pluszban van a játék. De 10 millióan megvették, hát 10 millióan nem vették meg a bandnek a Days Gone-ját, és beszántotta őket a Sony. Ja. Hát bazd meg, ezek őrületes mennyiségek. Ja, azt mondom, hogy én szerintem ebben semmiféle lutri nem volt, tehát hogy már az előrendelésekben az még kész sem volt, tehát a mai napig nincs teljesen kész egyébként ez. Az előrendelésekből látták, hogy ez már sokszorosan megtérült. Ebben semmi nem volt, tehát ez annyi volt, hogy valaki bedobta az ötletet, és akkor így mondták, hogy lehet ezt minél olcsóbban megcsinálni. És megcsinálták. És egyébként, ha megnézed, 10-ből 9 játéknál, ami bukik, nem anyagi bukás volt, hanem csak izéről beszélünk. Tehát ugye a játékosok szemében megbukott, de a stúdiókat nem érdekli, hanem termelje a lóvét. Emlékszel, hogy a Battlefield 2042 kapcsán is volt egy olyan hír, hogy jobban indult, mint bármelyik Battlefield? Volt valami ilyen hír? Úgyhogy nem van sem biztos, hogy az például pénzügyileg bukott. Mi a BF? Aha. Szerintem annak drága volt a fejlesztése, és csak azért bukott. Nem tartom hozzá, mert másfél év alatt fejlesztették le. Attól, ha odakönyvelték a bizonynak a toszigálását is, ugye a kurva jó engine-jüknek, akkor lehet. Nem tudom. Én el vagyok, egyébként most túlzás nélkül el vagyok keseredve. És tudod, mi a durva, hogy ennél egyébként... Például egy Mass Effect Andromeda az valahogy ki tudta nyírni a Mass Effect franchise-t. Uh-huh. Most nyilván, hogy most visszahozzák, mert itt olyan. És szerintem egyébként az se fogyott olyan, tehát annyira rosszul, tehát nem 10 000 darab ment el belőle, és azért lőtt el az IE. Uh-huh. Akkor valahogy szerintem jobban rámentek arra, hogy kritikailag szar volt, meg a visszajelzések szarok voltak, akkor még ha nem is volt teljes anyagi bukó, akkor is úgy elengedték. Most már az sem elég hozzá. Mert gyakorlatilag meg se tudsz bukni vele. Nem tudom. Aztán lehet, hogy csak én látom így. Na jó, beszéljünk valami pozitívumról. Jó. Lost Ark, hogy legyen egy kis ellenpéldája a Halo-nak, bár mondjuk ez még most tartó. 500 000 estek neki a Lost Ark-nak. Ugye ez egy hát ilyen Diablo-szerű felülnézetes MMORPG, ami már egyébként 2018 óta létezik, csak eddig nyugaton nem volt elérhető, és most az Amazon Game Studios elhozta hozzánk. Ó, ja, igen. Hozzáteszem, hogy közük nincs a fejlesztéshez, csak ők publikálták. A New World fut már?
New World szerintem már lassan nem muszáj. Nem fut, hanem kifut. Hát az is olyan 2-3 hónap alatt lepörgött. Viszont a Lost Ark egyelőre nagyon megy. Átlépte az 500 ezres játékos számot Steamen. Úgyhogy ha valaki szereti az ilyen jellegű játékokat, akkor neki lehet esni ezerrel. Tessék, 300 ezer aktív player van, és 530 ezeres peak, tehát csúcs volt. Ja, reméljük, hogy meg tudja őrizni. Hát azért ez viszonylag biztonsági játék volt, tehát 3 éve fut keleten, úgyhogy nagyjából fel tudták mérni, hogy milyen meg. Hát egyébként pont az általad említett New World egyébként tökéletesen megmutatta, hogy a MMO szekciónak a mostanában nem igazán létező megújulása, tehát hogy a most már akik ott vannak még, ilyen Guild Wars, meg WoW, meg ezek, azok nem régen nem úgy futnak, mint régen. Tehát az emberek szeretnének új MMO-val játszani, az évek óta nincs a piacon, és hát szerintem, ha ez nem így lett volna, és több szereplős lenne a piac, vagy újabb szereplők, akkor nem ment volna ekkorát a New World sem, és az is tökéletesen látszik, hogy azon is végigpörgették a tartalmat, ami volt benne 2 hónap alatt, és a játékos szám az így... Úgyhogy kíváncsi leszek egyébként, hogy a Lost Ark hosszú távon meg tudja tartani mondjuk ennek a játékos számnak csak a 20-30%-át. Hát figyelj, milyen gyors a rotálás, és amennyire mondjuk a Twitch számokból lehet erre következtetni, szerintem, hogyha egy hét múlva is ott lesz, aztán ebben a top 22-ben, nem? A Lost Ark. Bőven. Még a top 11-ben is talán. Tehát, hogyha egy hét múlva is ott lesz, akkor azért nem lesz az rossz. Igen, itt talán azt csinálták okosan, hogy bizonyos tartalmat paywall mögé zárnak. Tehát ezt jól csináltak, ez általában prüszkölni szoktak az emberek. Igen, de viszont, hogyha bezárod, tehát free-to-playként adod el a játékot, és bizonyos tartalmat pénz mögé zársz, akkor a játékosok nem mennek rajta olyan gyorsan végig. Tehát aztán valami olyasmi módon működik, hogy mondjuk vannak a dungeonok, amiket így végig tudsz vinni, de mondjuk csak napi egyszer. Ha többször akarod végigütni, akkor fizess érte. Napi egyszer ingyen meg tudod. De nem ugyanemiatt feszítették meg például a Raid Shadow Legends-et? De az is kurva jó termel. Azt üzletileg nem is vitatom. Csak így nagyon fura, hogy az egyiket a szakma és a közösség megfeszíti, a másikkal meg ez tök jó. Mondom, nem én vagyok a patronusa a Raidnek, és nem én vagyok az ellenség a Lost Arknak, csak azért úgy fura, nem? Mint hogy lenne egy nagyon lágy kettős mérce a háttérben. Abszolút. Ezzel egyetértek, de hát ugyanaz a kettős mérce, mondom, megvolt a sírunk, hogy rossz játékot kaptunk, de vidd végig, addig ne ítélkezz. Nem? Persze. Napi Raid. Jön a Raid. Elszabadult. Na viszont akkor beszéljünk egy olyan dologra, ami szerintem sokatokat érdekel. Jön a Mongus 2. Nem a Mongus 2. De ez a Mongus 2. Ez a Wolf a Mongus. Ez a Wolf a Mongus 2. Lelepezték a Wolf Among Us 2-t. Ami egyébként tök pozitív, mert a teltéles játékok között szerintem az volt a... Tehát ugye azoknak a többsége az licenszelt dolgokra épült. Ugye Walking Dead, Borderlands, volt Batman is azt hiszem. Meg egy csomó ilyesmi. Vissza a jövőbe. Ugye a kevés olyan, ami például nem licensz volt ilyen szinten, az a Wolf Among Us volt. Hozzáteszem, szerintem az egyik legjobb, hanem a legjobb teltéljáték. Nagyon jó volt. És te is talán tavaly pótoltad első részt? Hát tavaly pótoltam, és nagyon bántam, hogy korábban nem estem neki, mert tök jó sztoria van. Nagyon jó ilyen kis mesemix. Igen, tehát ugye a Grimm meséknek az elemeivel dolgozik, egy ilyen noáros, nyomozós, krimi. Igen. Mondjuk egy képkockájára nem, és szóval, hogy van valami portál a végén, amin át kell menni, valami ilyesmi zárása van, szerintem de... Szerintem fenn van a végigjátszás a OV streameken. Lehetséges. Szerintem fönt van. Nagyon jó játék volt. Kurva jó humora volt, nagyon kreatív volt, úgyhogy ugye amikor a teltél tönkrement, akkor ugye kútba esett ez is, hogy valaha kapunk folytatást, de szerencsére ugye ilyen-olyan módon tovább lehetett a szellemiségét vinni, úgyhogy jönni fog a Wolf Among Us 2, nézzétek meg a trailert YouTube-on. Még azt hiszem jövőre fog jönni. 23-ra emlékszem én is. 2023-ra PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és az új generációs Xboxokra is. Úgyhogy, na ezt várom.
Ezt várom, szeretném látni, hogy hogyan göngyölítik tovább a történetet. A stíluson nagyon nem változtattak. De nem is kell. Nem, hát, fasza lesz. Folytatják a sztorit. Én nem vagyok lepve, a Telltale Game az nem szűnt meg. Szerintem megszűnt, tönkrementek, csak felvásárolták őket, mármint a tulajdonokat. Ha. Úgyhogy ez így pozitív mindenképpen. És akkor beszélj még egy második részről. Így van. Mert készül egy másik játék is, amiről már tudunk egy ideje. Nem tudom, ez kiszivárgott-e egyébként, vagy pedig, nem, ez egy Bloomberg cikk volt. Na, a Bloomberg jó voltából kiderült, hogy nem fújták le, tehát a közhiedelem ellentétben, meg a látszat ellenére nem fújták le a Beyond Good and Evil 2-t, hanem jelenleg is él a projekt, és az elmúlt 5 évben még mindig előkészületi státuszban van. Tehát még nem zajlik a fejlesztés, még mindig pre-production státuszban van. Na, de egyszerűen mutattak belőle valami gameplay-szerűt. Vagy az annyi is volt? Szerintem az annyi volt. Hát már nem gyártjátok az asszetteket hozzá. Szerintem egyébként az egy vertical slice. Hogy valahogy így képzeljük el, ilyet kéne csinálni, és ezt kéne felduzzasztani játékkel, és ezt nem megy nagyon. Hozzáteszem egyébként, ami ott volt ábrázolva, az most így utána gondolva, meg a Ubisoftnak az elmúlt pár éves teljesítményét látva, azért jelentősen túlmutat a Ubisoftnak a kapacitásán, ami ott volt. Emlékszel azon, hogy ugráltak a platformokkal jobbra-balra? Na, arra emlékszem, tehát, hogy... Ami ott volt, az közelebb állt egy Ratchet & Clank színvonalhoz, és azért azt a Ubisoft ritkább tudta mostanában megütni. Hát, hogyha azt ki kéne adni ráadásul még így egy generációváltás után... Szóval a Beyond Good and Evil 2-nek ugye nagyon, nagyon open world-nek néz ki egyébként, csak valahogy a Ubisoft az open world játékait valahogy sohasem tudta feltölteni érdekesen. Uh-huh. Tehát, hogyha megnézel egy Far Cry-t, egy Assassin's Creed-et, vagy egy Watch Dogs-ot, akkor ugyanazt a három dolgot csinálod a végtelenbe kikopizva és lemásolva. Tehát, hogy így tornyot mászol, toronyba ugrasz le, elfoglalod a bázist, mit tudom én, és szerintem, hogyha ezt így megpróbálták volna áttolni a Beyond Good and Evil 2-n, azt annak úgy nagyon nem örültek volna az emberek. Tehát ott kreatívan kell megoldani. És az meg nekik nem megy. Az most már jól látszik. Én nem merem fogadni egyébként, hogy ugyanilyen lesz a határjátékuk is. Várjál, nem lett felírva, de ezt most még, erről muszáj még beszélnünk, mert találtam egy hírt, ami gyanúsan egybecseng. Aha. Ezt nem elfelejtettük felírni. Hogy a Ubisoft dolgozik egy ismerős. Srácok, áthallás kvíz következik. A Ubisoft kitalálta, hogy készül egy DLC az Assassin's Creed Valhallához, amit standalone játékként szeretnének kiadni. Tehát önállóan nem kell hozzá az alapjáték, hanem majd fizethettek érte teljes árat. Hm? A kérdés az, hogy ismerőse nektek valahonnan ez a szándék, és ha igen, meg tudjátok-e nevezni az adott játékot. Annyit segítek, hogy szintén az Assassin's Creed-hez készült DLC-ről van szó, amit szerettek volna standalone játékként kiadni. De ki is adták? Nem adták ki. Mi? A Rogue megjelent, mint önálló? Nem a Rogue-ról beszélek. Nem? Nem. Most így akkor én sem tudom. Én azt hittem, hogy az volt az Assassin's Creed Rogue, mert az kb. Egy izé. Nem, de ott jó helyen kapizsgálnak. Tényleg senkinek nem jön ki? A Black Flag-hez készült DLC? Az volt a Rogue, nem? Nem. Nem. Az egy standalone játék volt. Azt tudom, hogy az egy standalone játék volt, de én azt hittem, hogy az a AC4-hez készült. Skull and Bones. Ja, igen. Skull and Bones. Skull and Bones. Valóban. És elvileg az is készül meg mindig. De volt, ahol ezt meg tudták csinálni. A Blood Dragon? Az volt az utolsó. Nem, a Far Cry 5-nek a... Tényleg a New Dawn? New Dawn, vagy... Az New Dawn. Nem tudom, ami rózsaszín volt. Rózsaszín, az a New Dawn szerintem. New Dawn volt. New Dawn. Na, úgyhogy ez nem az az első. Tényleg. Látod? Szóval kitalálta a Ubisoft, hogy igazából ilyet még nem csinált, úgyhogy neki futna ennek. Szerinted a Skull & Bones fogják kiadni Valhalla DLC-ként? Nem. Skull & Bones készül. Nem, ez DLC is készül. Jön, mindjárt itt van. Kiadják a szingapúri, elszabad. Ez faszal lesz, elszabad. Nem tudom, szerintem
Majd mikor lezajlik a vezetőségváltás, akkor az lesz az első bejelentés, hogy egyébként kurvára lelőtték. Mind a Skull and Bones, mind a Beyond Good and Evil-t. Gondolod? Mert ez körülbelül most már az a Dead Island kategória. De ez nem olyan, mintha egy visszatérve a Beyond Good and Evil 2-re, ez nem olyan, mintha egy ilyen elfeledett projekt lenne. Hogy pre-production státuszban van 5 éve, és valaki megtalálta, hogy a fiók alján még mindig ez a státusz van, vagy megtaláltak egy Excel táblát, ahol mindig, még mindig a pre-production, vagy a kreatív státusz, vagy valami ilyesmiben van. Én arra tudok gondolni, hogy ugye a Ubisoft kapcsolatban mostanában elég negatív hírezés jön. Tehát hasonlóan az Activision Blizzardnál ugyanazok a, vagy ugyanolyan jellegű problémákkal van szóba hozva a stúdió, és ha most kiállnának a mindenki elé, és azt mondanák, hogy nem lesz soha kész a Beyond Good and Evil 2, és ment a tiltás üdv, és ugyanezt a Skull and Bones-ra, akkor szerintem elkezdenének zuhanni a részvényeik, és ezt nem akarják, inkább kus van. Vagy azt mondják, hogy még készül, még ha ez nem is így van. Ezt alátámaszthatja egyébként, hogy egyre másra jelentik be a játékokat, de a ilyen development hellbe ragadt projektekről kurva nagy kus van. A Skull and Bones-ról, a Prince of... Hogy tud egy Prince of Persia remake development hellbe ragadni? Kurva egy kus van a Beyond Good and Evil 2-ről, egyébként kurva egy kus van a Splinter Cell-ről is azóta, hogy bejelentették, hogy majd lesz egy remake. Ja. Mindegy. És mi van még? Hát ami nem tipikusan Ubisoft, de ilyen a Vampire the Masquerade 2. Az Ubi? Nem, azt mondom, hogy ez nem Ubisoft, ja, csak hogy tipikusan ja. Ilyen. Bocs, az elcsiktottam. Tehát, hogy nem egyedi ez a dolog. Tehát azt is nem tudom, mikor ismerik már be, hogy az se lesz a büdös kurva életbe kész. Hát, nem tudom. De hogyha beismerik, akkor mi be fogunk róla számolni, mert hogy elértünk a reflektornak a végére. Még sosem kötöttem át egyébként mondandót konkrétan a beszélgetésnek, a reflektornak a lezárására. Most ez is megtörtént. De máshogy csinálsz az egész műsorban. Eddig lezárás átkötés szűz voltam, most ezt elvesztettem. Úgyhogy örülök, hogy ezt ennyien láthattátok, nagyon örülök, hogy ennyien itt voltatok, meg hogy hallgattatok minket, meg követtetek. Balázs kicsit fáradtak tűnik, de hát... De hát ez most már ilyen hagyományos. Ez az alapfelállásom. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien bekövettetek minket, meg szuboltatok, meg ilyenek. Jövő héten visszatérünk, és beszélni fogunk sok mindenről. Jövő héten jön a Horizon Forbidden West cikk is, holnap megjön a Sifu. Így van. Úgyhogy jövő héten mindenképpen tartsatok velünk. Szerintem az úgy menni fog. Nekem lesz a hétközben egy pár dolgom, de ha minden jól megy, ez nem befolyásolja a reflektort, a jövő hetit legalábbis, viszont arra előre lelkekben mindenkit felkészítek, hogy 2 hét múlva, tehát 25-én nem lesz reflektor. Mert? Mert kurvára nem leszünk itt. Ja, jó. Okay. Már is felejtettem. Tényleg, megyünk valahova, tényleg. Elfelejtettem. Oké. Okay. Köszi srácok a figyelmet, akkor jövő héten. Sziasztok. Jövő héten találkozunk. Sziasztok. Ciao.